Szurkolók vagyunk, akik egy életre választanak csapatot. Szurkolók, akiknek a címer az első, és nem a szem fölé írt név. Szurkolók, akik mindig kitartanak, ha győzünk, ha veszítünk. A dobogó tetején állunk, vagy épp a tabella alján. Szurkolók vagyunk esőben, szélben, forróságban, vagy az ortélben is. Ott vagyunk, hogy buzdítsunk, segítsünk, győzelemre vezessünk. Akkor is, amikor veszítünk. Mert szurkolók vagyunk, és van hangunk. Hamis 9-es, a lelátó hangja, ahol nem csak egy vagy a tömegből. Sziasztok, kedves Hamis 9-es nézők, és mindenek előtt, mielőtt bárkit is bemutatnék, arra kérlek titeket, hogy mondjátok el az ismerősöknek, a szomszédnak, a nagymaminak, az Ovis csoporttársaknak, mindenkinek, hogy a Hamis 9-es csatornát kell keresni. Itt vagyunk megtalálhatók, mert a héten is kaptam még levelet, hogy mikor lesz a Semleges térfélnek újabb adása. Ha minket akartok látni, akkor Hamis 9, mondjátok el mindenkinek, és itt van velünk Balázs! Üdvözletem, hajrá Loki! Domi! Sziasztok, sziasztok, hajrátó! Sanyi! Jó estét mindenkinek, sziasztok, hajrálják, és egy szolgálati közlemény, ha már Zoli így felvezetted, hogy 950 feliratkozónál vagyunk, srácok, és én Balázsnak azt mondtam, hogy még augusztusban meg lesz az 1000, tehát hogy 3 nap alatt kellene hoznunk, ha majd is beleszámoljuk, még 50 feliratkozót, úgyhogy ha már szóltak az ismerősnek, szomszédnak, nagymamának, akkor nyomja meg, légy a feliratkozás gombot is, mert akkor meg lesz az 1000, és az egy mérföldkő lesz az életünkben. Kösz! És itt van Norbi. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Hajrá Videóton! És itt vagyok én is, hajrá Diósgyő, hajrá Érdi, és ugye látom, hogy írkáltok a cseten, látom, hogy itt vagytok online, remélem mindenki feliratkozott, mert hogyha nem, akkor viszont iratkozzatok fel, és legyen meg Sanyinak az az 1000, mert nagyon sok minden függ ettől. Úgyhogy hajrá gyerekek, legyen meg a végére az 1000. Na, akkor csapjunk is bele a lecsóba, gyerekek. Ferencváros, második mérkőzés, Shamrock, mi volt ez? Shamrock? Rovers. Rovers. Shamrock Rovers, hát gyerekek, nincs itt Bence, sajnos nem tudja elmondani, hogy miért voltak ilyen visszafogottak ezen a mérkőzésen, de mi a véleményetek erről, hogy mi lehetett ennek az oka, meg hogy a Fradi megengedheti ezt magának, hogy így álljon egy visszavágóhoz, még akkor is, hogyha már az első meccsen eldőlt a továbbjutás. Sanyi, te mint nagy rivális, osztelített keményen. Igen, hát pont véletlenül úgy alakult, hogy nem néztem a meccset, és az összefoglalót láttam, tehát értelemszerűen nem leszek itt én ilyen óriási igazság megmondó ebbe a helyzetbe, viszont kétfajta véleményt olvastam kommentekbe, meg baráti beszélgetésekbe ezzel kapcsolatban, a mérkőzéssel kapcsolatban, abban mindenki egyetértett, hogy kurva szar volt a meccs. Az egyik verzió azt mondta, hogy a Fradinak így is tükörsima továbbjutás volt ezzel az 1-0-ás vereséggel, szóval belefért, úgyhogy szakadjunk le a témáról, egyet tudok vele érteni. A másik része viszont az, hogy ugye ezek a kettős győzelmek, meg a nemzeti bajnokságnak számító koeficiens pontoknál ugye minden győzelem számít, nem csak a továbbjutás, úgyhogy ebből a szempontból megmondom őszintén, én csalódott voltam egy kicsit, illetve ha jól számolom vissza, ugye a Fradinak nem volt akkor ebben a sorozatban egy olyan párharca sem, ahol mind a kettőt nyerte volna. Ugye, mert mindenhol volt X, vagy veresség, vagy hasonlók, szóval nekem az úgy hiányzik a tükörsima magyar bajnoktól, hogy adott esetben a nemzetközi kupában is egy oda-vissza győzelemmel ezt megszerezze. Nagyjából ez a véleményem erről a meccsről. Balázs? Előbb Norbi mondja el, utána jövök én. Jó, rendben, akkor Norbi, bocs, ezt el benyeztem. Szépen, semmi gond, megszoktam, Diós Györbe ilyenek vagytok, semmi gond, nem is foglalkozok vele. Nem ismerjük a számokat. Ennyi, hát, nem így mondtam. Én szeretnék hozzáfűzni ez a meccshez, hogy hát volt egy kritikán alul első fél idő, tehát ez itt nagyon-nagyon vakon volt itt mind a két csapat. Még úgy is, hogy a Fradi elvileg tartalék volt ezen a meccsen, de hát azért még így is szerintem zongorázni lehetett a két csapat között a különbséget. Majd mégis meglepő módon egyébként a Shamrock nyerte meg ezt a meccset, egy ilyen fos góllal, már elnézést. Nyilván azért a 4-75 azért itt befigyelt a hazai csapatnál, de ezt csak jelzem, tudjátok. Én azt hiszem, hogy azért a Fradinak intőjel az, hogy nem tudta megnyerni egyik párharcba sem mind a két mérkőzést. Szerintem erre oda kell figyelniük, mert azért egy elég komoly csoportot kaptak az Európa Ligába, ott azért ilyen luxus nem fog beleférni. Tehát ott nem szabad így félváró vagy elszórakozni a meccseket.
Arról nem is beszélve, hogy nyilván koeficiens téma, örülünk, hogy bejutottak, de hát ez a csoportban azért szerintem nehéz lesz pontot szerezni, úgyis kitérünk majd rá. De számomra a legnagyobb csalódás az volt, hogy igazán veszélyes lövésnél a Fradinak talán egyha volt. Tehát nem igazán volt veszélyes a ferencvárosi támadójáték. És szerintem azért ez nagyon meglepő, főnek annak fényében, hogy a Fradi egyébként ott dominál az NBA-ben. Egy ilyen írt csapat ellen nem volt lehetőség a B csapattal, és ez a B csapat a videót annak négyet rúgott, szóval fura volt számomra. Köszönöm szépen. Balázs? Hát én csak annyit mondanék, hogy ezért kár volt elhalasztani a hétvégi meccset múltkor. Tehát, hogy igazából ezen a meccsen pihentek a most hétvégi fordulóra, én úgy érzem, úgyhogy ezért kár volt halasztani. Domi? Hát figyeljetek, én azt gondolom, hogy te egy cégnél dolgozol, és mondjuk havi bontásba kapsz tervszámokat, és mondjuk 28-án bőven fölötte vagy annak, amit elvárnak tőled, és 30-án bemész egy fürdőgatyába, és felpatintasz egy sört, és ott sörözöl az irodába, akkor szerintem nem fognak neked örülni. Tehát oké, hogy már nem tudod elcseszni azt a tervszámot, de még azt sem mondom, hogy egy ilyen helyzetben nem mondják azt, hogy köszi, ne gyere többször. Tehát röviden a véleményem, hogy szerintem így nem lehetne kiállni egy meccsnek. Bármilyen helyzetben. Nekem az volt fura, és ebbe így akkor gondoltam meg bele, amikor az egyik cimborám, aki egyébként ott él, kitette a képeket, hogy kimentek a Fradi meccsre, hogy szurkoljanak a Fradinak családostul, ugye ritkán jöttnek el magyar csapatnak a meccseire, és hát, hogy így, azért mit tudom én, ők azért szembe lettek köpve. Hát, ha már ott élnek, azért voltak ott a szektorban elég bőven, szép számmal, legalább akkor nekik lehetett volna egy győzelmet letenni, vagy egy komolyabb akarást, vagy nem tudom. Szóval nekem ez volt fura. Így nem gondoltam bele, hogy bárki is elmehet erre a meccsre, de ugye láttam a képeket, és hát tényleg voltak ott magyarok bőven, főleg a kint élők, és hát mit tudom én, lehet, hogy ez egy ilyen jó lehetőség lett volna megszerettetni velük a Ferencvárost. Lehet, hogy az volt, hát ha nem magyarok mennek ki, hanem norvégok, meg gánaiak, nem tudom, akkor lehet, hogy oda teszik magukat. Ja, lehet, amúgy ez igaz, hogyha a földiknek oda tették volna magukat. Na mindegy, de meg volt a sorsolás, és hát abszolút Norbihoz kell fordulnom, hisz ő ez a COVID-pont szakértő. Mit gondolsz, Norbi, milyen esélyek vannak? Persze azt utána nyilván mindenki elmondhatja, de annyira szakszerűen elő tudod adni ezeket a pontokat, hogy mihaj. Nyilván azért ebben a csoportban, ami itt összeállt, azért azt látni, hogy a Fradi a leggyengébb a Transfermarkt szerint. Nyilván ez csak iránymutató dolog. De itt nagyon sokan beírták, hogy második hely, sima második hely. Hát én azért nem vagyok ennyire bizakodó. Sajnos a realitásra talaján maradva azt gondolom, hogy a Fradi maximum a harmadik helyet lehet harcba, és oda is leginkább az Zvezdával fog szerintem harcolni. A Monaco kimagaslik ebből a csoportból, szóval a Monaco ezt a csoportot meg fogja nyerni. És a Trabzonspor lesz majd egyébként a másik csapat, aki itt nagyon le van nézve, de hát srácok, azért a török bajnokról beszélünk, eléggé jó nevű játékosok alkotják ezt a török bajnok csapatot. Én nem venném ennyire félváról ezt a Trabzonspor csapatát. Simán benne van, hogy egyébként még a Monaco dolgát is meg fogja tudni nehezíteni. Ugye nagyon hosszú idő után most először nincsen BL csapat a Törökországnak, szóval számukra kifejezetten fontos lesz idén az Európa Liga, ahol ugye a Fenerrel, illetve a... Mondjadni, hirtelen akartam mondani, tehát a Fenerrel, illetve ugye a Trabzonnal képviselítik magukat. Ugye most a Fradi, ha minden igaz, 15 és feles koeficienssel megy bele majd a csoportkör küzdelmeibe. Én azt gondolom, hogy 1x biztos, hogy lesz meg egy győzelem is, tehát az azt, hogy 3 pontot legalább tud szerezni a Fradi. Én nagyon bízom benne, hogy nem 3-at fognak szerezni, hanem mondjuk legalább 4-et, mert az azt jelenti, hogy nyertek 2 meccset. De én szerintem egyértelműen cél a harmadik hely kell, hogy legyen, ezt kell belőni, és akkor végre összejöhet az, ami nagyon-nagyon rég volt, hogy tavasszal lesz magyar kupacsapat, és igazából én, mint aki szereti a magyar focit, én szurkolok ezért a Fradinak, hogy oda tudjon érni a nemzetközibe, mert az nagyon-nagyon sokat tudna lendíteni, már csak az ország koeficiens pontjain is. Bár tényleg mindig nagyon a távolságban van az Európa Ligát érő bajnoki besorolás, de hát pont az ilyeneket kell hozni, hogy el kell jutni tavaszra, és akkor mondjuk túl kell lépni azon, hogy most 5 éve van fixen csoportkör a csapatunk, most már tavaszi csapat is kéne, aki megéri a tavaszt.
Én azt várom, hogy a Fradi 3 kötőjel 4 pontot fog szerezni a koeficiens alapján ebbe a csoportba. Hogy pontszámba mennyit, inkább azt mondom, hogy 4 kötőjel 7 maximum. Balázs? Ezzel az egyik válasz lehetőséget jelölted meg, Norbi, lehet szavazni a cseten nálunk, hogy hány pontja lesz a Fradinak. Én úgy érzem, hogy ez egy kiegyenlített csoport, szerintem a Monakótól sem kell annyira hasra esni. Régebben azért egy erősebb csapat volt, szerintem mostanra azért már nem egy olyan európai szintéren is meghatározó együttes. Végül is tegnap is csak x-eltek a PSG-vel. Hát benne van, most ez ilyen dolog. Kifutott. De egyébként szerintem ez a csoport a körbeverésekről fog szólni, tehát nagyon sok körbeverés lesz. Nem fog egyik csapat sem szerintem sem fölfelé, sem lefelé kilógni ebből a csoportból. A Zvezda érdekes csapat egyébként, néztem a Maccabi elleni visszavágójukat, az egy nagyon érdekes meccs volt. Itt ugye ott a hangulat az különleges abban a stadionban, és hát nagyon magabiztosan vezettek 2-0-ra, de aztán meg annyira elszúrták azt a meccset, hogy képesek összeomlani egy fél időn belül is. És ugye a kiesés után lemondott Dejan Stankovic az edzőjük, úgyhogy ott most van baj Dögivel. A Trabzonspor pedig nekem mindig az, a török csapatokról mindig az jut eszembe, hogy Európában folyamatosan betliznek, úgyhogy ők sem egy verhetetlen csapat. Én azt mondom, hogy 6-7 pont simán lehet ebből, és még akár egy második hely is, de szerintem a harmadik hely meg lehet, és azzal a konfetti ligás folytatás tavasszal. Ha nem, akkor az szerintem csalódás. Én ha Fradi szurkoló lennék, szerencsére nem vagyok, akkor nekem csalódás lenne, hogyha ebből a csoportból legalább a harmadik hely nem lenne meg egy ilyen garnitúrával. Domi? Föladtam magas labdát a Balázs, mert pont azzal akartam kezdeni, hogy tegnap néztem ezt a Paris Saint-Germain Monaco meccset, és ugye egyrészt az, amikor egy ilyen meccset néz, tehát ugye top bajnokság, tehát amikor ilyen meccset nézek, akkor mindig azon szoktam gondolkodni, hogy amikor magyar csapatok játszanak, akkor milyen sportágat nézek, mert ez egy másik sportág, és még itt is, tehát hogy nem egy... Úgyhogy én azért óvatosan duhaj lennék a Monakónak a teljesítmények, vagy tehát a képességének a relativizásával, ez egy kurva jó csapat szerintem, tehát lehet, hogy önmagában mondjuk az európai top szinthez nincs ott, de hogy mondjuk a magyar top szinthez fényévekre van. A Trabzon kapcsán ott láttam a Trabzon Csöbenhavn visszavágót, ott szerintem azt mutatta meg, hogy a Trabzon ellen, hogyha így betolják a buszt, akkor kurvára nem tudja, hogy mit kell csinálni, tehát hogyha ilyen 0-0-ra megyünk, akkor azt szerintem az mehet. Tehát azt a meccset végig kell nézni, és akkor látszik, hogy ezt hogy kell csinálni. Srevenával, hát ez egy izgalmas lesz. Ott egyébként az mindent elmond, hogy szerintem hogy kell hozzáállni mondjuk egy edzőnek, vagy bárminek egy meccshez, hogy itt volt ez a playoff meccs, amit tényleg elég balfasz módon sikerült nekik elbukniuk, és ott van ez a Dejan Stankovic, aki egyébként ugye ott nevelkedett, nem tudom, volt már három, nem tudom, azt hiszem két szakaszban volt edző, és ugye és érdekes, hogy megvárta a sorsolást, és utána mondott le, de hát nyilvánvaló volt, hogy ő le fog mondani, és hogy ő nem kell, tehát azt mondta, hogy ő neki minden az Zvezda, és hogy ő igazából azt látja, hogy most az, hogy az Zvezda jó legyen, annak az egy akadálya van, az pedig ő. Mert hogy nem tudta azt, amit megfogadott, hogy bevigye őket a BL-be. Úgyhogy ennyi volt. Úgyhogy ez egy szívember, ami egyébként ott is látszott, amikor rúgták a gólokat olyan szépen, ez a klasszikus ortodox módon vetette a kereszteket, ahogy csak kell. Tehát ezt a 8-at ledobott egyből. Úgyhogy én azt mondom, hogy a harmadik hely az, én sem vagyok Freddy Ducker, hál' Isten, úgyhogy nincs semmi extra elvárásom. Ha tovább mennek tavasszal, én nálam az inkább a bravúr kategória lesz. Először is, Domi, én neked azt ajánlom, hogy ne nézzél nyugati focit, ne hagyd magad összezavarni. Ez mindig olyan, amikor valamihez hozzá vagy szokva, akkor ott rohangásznak, hány ingered lesz, ha követni akarod a labdát. Úgyhogy én már a korodra és a saját koromra való tekintettel ajánlom azt, hogy ne nézzél ilyeneket, összezavarnak. Nagyon ritkán, tényleg. És én azt gondolom, abszolút... hogy a Fradi se nézzen. És akkor nem lesz ilyen problémájuk, hogy mondjuk most kivel játszanak. Oda mennek, és lejátszák a meccset. Az én véleményem az egyébként, nekem is az, hogy a Monaco ki fog emelkedni. Én azt gondolom, hogy ők kiemelkedők lesznek, viszont a másik három csapatot, azt én ilyen tök egy kalapba
rakom. Én a törököktől sem vagyok annyira megijedve, most voltak itt pár száz évig, azt mi van, mi lett, érted, csak hazakotródtak, na mindegy. Szóval, hogy a törököktől se kell szerintem megijedni, szerintem hazai pályán a Fradinak mindenképpen fel kell venni a harcot majd a törökökkel, meg a Zvezdával is, szerintem abszolút oda kell tenni magukat. A idegenben nyilván nehéz lesz, mind a két stadionnak olyan az atmoszférája, ami azért nem mondható átlagosnak, de hát a Fradi stadionnak is olyannak kell szerintem majd lennie. Úgyhogy én is a 4 és 7 pont között arra szavaztam, semmiképpen sem gondolom, hogy nem fognak pontot szerezni, vagy hogy rossz helyzetbe kerülhet majd itt a Ferencváros. Egyébként a szavazat a nézőink a 4-7 pont közé tették, tehát 63%-kal, 0-3 a 30%. Úgyhogy körülbelül úgy gondolják nagy részt, mint mi, de még azért Sanyi nevében nem nyilatkozok, azt majd most elmondja ő. Inkább mással kapcsolatban nyilatkoznék, bár én is szavazok általában ilyenkor a nézői szavazáson is, hogy ott is legyen eredmény, és én is a 4-7 pontigra szavaztam, úgyhogy a többségben voltam benne. Csak az jutott eszembe, amikor így mondtátok, hogy 5. éve van, vagy lesz ugye csoportkörben európai kupacsapat, hogy a jó égbe az elmúlt 10-15 évben hogy örültünk volna, a seggünket hogy vertük volna a földhöz. Tehát én nem tudtam volna akkor elképzelni, hogy egy ilyen megtörténhet, és azért Istennek hála, ott vagyunk most azért az európai élmezőny mögött, így a középmezőnybe már nagyjából minden évben. Hallgattam most egy focis podcastet egyébként ma délután, és abban volt a Viditől most igazolt az angliai Brentfordba egy ilyen videóelemző, Scout Norbi, te biztos vágod is a nevét, nagyon sok éven keresztül volt a Vidibe, és ő mondta, hogy azért észreveszi a magyar foci megítélésén, hogy mondjuk ő kiment Angliába dolgozni, rá 2 héttel később egy 4-es lőttünk az angoloknak Nemzetek Ligája meccsen, hogy a Chelsea-vel 2-2-t játszott a Vidi pár éve ugyancsak egy csoportkörös meccsen, hogy a légiósaink azért egyre inkább ott vannak, hogy egy Szoboszlait mennyire adunk el. Tehát, hogy erősödünk, és ezt egyébként szerintem, mivel benne élünk ebbe a közegbe, elfelejtjük így menet közben. Néha jó így kitekinteni erre, és így örülni neki, hogy hova jutott a focink, hogy miknek is köszönhetően, ezt azért mindenki tudja. Azért kicsit azért álljunk meg, és örüljünk ennek is szerintem. Igen, meg én is csak annyit tennék hozzá, hogy például itt van Ausztria, amelyik az elmúlt időszakban egész jó eredményeket tudott felmutatni, és most nekik mondjuk ez a szezon az eléggé el van cseszve. Úgy, hogy így is 3 csapatuk lesz egyébként, de azt hozzá kell tenni, hogy a Sturm Graz úgy lesz Európa Ligás, hogy ugye neki egy kört kellett menni a BL-be, onnan kizúgott, és már oda be is került, meg az Ausztria Wien is egy ilyen 4-1-es bukta, Fenerbahce elleni bukta, után került be abba a sorozatba, ahol most folytatni fogja. És mondjuk a Rapidot azt kivágta a Vaduz, a Wolfsberger AC-t pedig kivágta, agyonverte az a Molde, akit láttunk, hogy mondjuk a Kisvárd is egész szépen megszorongatta. Úgyhogy azért, hogy ne legyen az az imidzsem, hogy én itt a magyar focival kapcsolatosan ilyen negatív vagyok, azért azt látom, hogy van változás, úgyhogy hajrá. Domit egyébként a cseten óriási nagy kérés jön, hogy légy szíves, mondd be helyesen az FC Bruges nevét, mert mindenki erre vár. FC Bruges. Tessék, megkaptátok. Tamás egyébként a videóelemző, aki videótontól a Brentfordhoz igazoltát. Szimpatikus srác egyébként. Hát most már, hogy eljött a videóra. Szóval... annyi még ehhez, hogy ugye a fejlődésről beszéltetek, és hát nem vagyunk ugyan egy korosztály, de azért szerintem nagy részt azzal töltöttük a fiatal korunkat, hogy vártuk azt, hogy a magyar foci elinduljon valahogy felfelé. Nekem kijutott abból is, amikor elindult lefelé. És az se volt egyébként egy rövid út, de most még így a felfelé ívelő útnak az elején vagyunk, és én is abba bízok egyébként, hogy ahogy így mondjuk, hogy 5 év alatt azért, mit tudom én, sikerült ekkorát lépni, hogy szép lassan azért csak sikerül majd, és az lenne jó, hogyha ezekbe a nemzetközi sikerekbe, a magyar nemzetközi sikerekbe, majd egyre több magyar névvel is találkozhatnánk, hogy ők is mondjuk tevékeny részesei ezeknek a sikereknek, de biztos majd az a következő lépés lesz, és itt nálunk a következő lépés, az pedig a videóton Köln, és előre kell bocsájtanom, gyerekek, hogy én a Vidinek úgy szurkoltam, bakker, hogy én még magyar csapatnak nem szurkoltam ennyire, és ez azért volt,
mert ezt a Kölnt, ezt annyira utálom, egy olyan rohadt, mocskos, unszimpatikus csapat volt, ezt nem érdekel, hogyha vannak itt Köln szurkolók, ezt fogadjátok el, úgyhogy nagyon szurkoltam a Vidinek, és nagyon csalódott voltam, hogy ez nem sikerült. Norbi. Ne csak te voltál csalódott, hanem mi is azok voltunk. Hát sajnos mondhatjuk úgy, hogy eltaktikáztuk ezt a mérkőzést ennyien fogalmazva. Alapvetően már az első pillanattól kezdve érthetetlen módon nagyon magunkra húztuk a vendég Köln csapatát. Kaptunk egy ilyen szargólt megint az elején, pont amit el kellett volna megint kerülni, nem sikerült. Azért érdekesség, hogy Stopiráról milyen könnyedén lejött az ember, Stopira 3-4 méterre le volt maradva, és itt jött ki ismét az, hogy kapus poszton rettentő gyenge a videóton az elmúlt időszakban. Jönnie kellett volna a kapusnak erre a labdára. Az ötösön belül labda volt, jönnie kellett volna a Kovácsnak, és ember, labda, bábú, mindent el kellett volna vinni. Nem jött, úgyhogy jött a gól, és a gól után sem éreztem azt, hogy a Vidi váltott volna. És végig a Kölnnek voltak lehetősége, igaz, nagy lehetőségei nem voltak, és 1-0 volt a félidő, és a második félidő elején megint szöglet, pontrugás, hosszú jön az üres ember, belső rűzt, puf, gól, 2-0. Megint egy pontrugás, ami tényleg a videótonnak az elmúlt, mondhatjuk úgy elmúlt 2-3 évében azért jellemző, hogy ilyen pontrugásokból kapja a gólokat nagy részt, sokszor megint összejött, és így 2-0 után volt egy 5 perc, amíg meg volt szélülve a videóton, és utána volt egy 20 perc, ahol voltak helyzeteink, volt lehetőségünk. Ugye érezhetően támadóbra lépett föl a Vidi, bele is nyúlt a csapatba, bele is cserélt a Boris, hogy támadóbb legyen a felfogás, és látszott, meg is lepte a Könt. Hát így kellett volna kimenni a legelején. És akkor már ott megleptük volna a Könt. Persze nyilván, hogyha az Izivádze nem csúszik, nem marad le másfél méterrel a 6. percben, és 1-0 van, akkor más a leányzó fekvése, de nem tudjuk, mi lett volna, ha. Az milyen szép akció volt amúgy Dárdai ott, baszki, hogy ment el a gyerek mellett? A Funsó ment el. Hogy elnyomta? Atya úristen. Már ez a második fél volt, az első félidőben a Funsó ment el. Igen, én másodikba a másodikban, de az is nagyon szép volt. Utána ott azon a poszton cseréltek is védőt, behoztak egy nagyobb robosztus védőt, és onnantól kezdve a Dárdai meg volt fogva a széna. Tehát azt jól elragálta viszont a Baumgartner azt a részt. Én azt gondolom, hogy a végén egyébként az a harmadik gól az már egy teljesen kitámadott videóton ellen volt, teljesen szétnyílt a Vidi csapata, fönn voltunk, kaptunk egy kontrát, beverték 3-0. Összességében én azt gondolom azt, hogy ez a keret, ez a csapat el tudta hitetni azt, hogy van esélyem, már ez egy nagyszerű dolog volt. Én nem büszkék a csapatra, mert tényleg az, hogy nyertünk Kölnbe, soha nem fog elvenni tőlünk senki. Hatalmas fegyvertény szerintem az, hogy 45 ezer ember előtt tudtunk nyerni. Viszont az a másik fele, ami számomra nagyon fájdalmas, hogy itthon egy ilyen gyámoltalan játékkal vesztettük el a mérkőzést, mert tényleg úgy lépünk föl, mint a 55-75 perc között, izgalmasabb lehetett volna. Arról nem is beszélve, hogy a klubnak a döntését abszolút nem értem, hogy 3000 Kölnnek adunk egyet, és majd, hogy nem hazai pályát varázsolnak a mi stadionunkba. Hát ez nagyon, nagyon... De most akkor egyébként ez azt jelentett, hogy szóval, hogy elvettek lehetőséget olyan szurkolóktól, akik kimentek volna. Igazából itt az volt, hogy annyira belett szigorítva a jegyvásárlás, hogy sokan nem tudtak egyhez jutni, akik szerettek volna. Össze-vissza meg volt szigorítva az egész jegyvásárlás. Na jó, de Norbi, bocsánat, közben, de ha nem szigorítják meg, akkor meg lehet még több. Így, hogy kaptak 3000 jegyet. Hát az a baj, hogy igazából szerintem például az legjobb az lett volna, magyar személyigazolványhoz kötik, vagy magyar riadókhoz kötik a belépést, és onnantól kezdve nincs miről beszélni. De most egyébként ott beszélgettünk, amikor ugye a jegyvásárlás elindult, hogy igazából mi volt az, ami annyira bonyolult és nehézé tette ezt, hogy... De első az volt, az elején, az volt, hogy csak az vehet jegyet, aki az előző mérkőzésre volt. Igen, igen. Ez 3000 pár ember, a bérletesek, és ők behozhatnak magukkal még plusz 2 ember. És akinek van klubkártyája, az majd 3 nappal, vagy 4 nappal később megvehet 1 darab jegyet magának, senki másnak magának. Én és videótonos klubkártya, ugye, mert én például Újpestivel akartam venni, hogy a Vidi szurkoló haverommal elmegyek, és bármelyik nap próbáltam, nem engedte, úgyhogy én ezért buktam például, én simán elmentem volna. Csak Vidis, és az utolsó 2 napra találták, hogy 3-ra, hogy már lehet MLS-es kártyával is venni, meg már lehet máshogy is venni, azt hiszem, nekem ebből az jön le, nem nagyon fogytak akkor a jegyek. Nekem ebből az jön le. És lehet, hogy nem lett volna teltász, ha csak, mit tudom én, 1000 jegyet kap a Köln.
Nem, de viszont nem lett volna, hogy pályához ellenfélnek. Ez egy ilyen mókuskerék volt. És viszont én ne haragudj, hogy inkább Boston ne legyen a teltház, de ne ide jöjjön az ellenfél. Ebben egyet értek veled, csak lehet, neked hogy néz neki, hogy van egy stadionba, ide jönne bármi, csak is kapna 6000 ilyet, örülnének? Nem, tehát azért mondom, hogy ebben egyet értek veled, csak itt nézve a klub oldalát is, lehet, hogy féltek attól, hogy kevés egyet adnak, nagyon sok kölni eljön, és akkor balhé lesz, és sokan meg akkor betörnek jegy nélkül. Így lehet egy ilyen kompromisszumos megoldásként, hogy ennek is jó, annak is jó, a Viditől nem veszünk el egyet, nekik adunk egy picit többet, aztán nyilván persze ez úgy sült el, hogy gyakorlatilag hazai pálya a Kölnnek, de... Na jó, de most akkor ott cseszték el, hogy gyakorlatilag a barlangban nyert a Vidi, tehát hogyha itt is idegen pályát kellett volna csinálni, és akkor is behozom. Amúgy meg igen. Egyébként azt azért nem gondolom, egyébként itt írják, hogy mi a vélemény arról, hogy végig a Kölnieket lehetett hallani a meccsen, otthon is idegen. Mert az, hogy idegenben őket lehetett hallani, hát azt mondjuk nem tudom, melyik tábor vállalta volna fel, ott partiba, szerintem nincs tábor, amelyik ott lenyomta volna. Itthon meg nem értek vele egyet, szerintem egész jól szólt néha a Vidi tábor is. Tehát, hogy abszolút. Nézzétek meg oldalon a blogot. Azt azért sose felejtsük el, hogy ha eljön 3000 Kölni, az a 3000 Kölni, az szurkon jön. És nagyon nehéz ám bármelyik tábornak 3000 embert felállítani velük szembe, aki szurkolni jön. Talán a Ferencváros egyedül. Hát 3000 aktív szurkolót szerintem még nekik se olyan egyszerű. Na, ők szerintem meg talán fel tudják rakni a kapu mögé. Szóval én azt nem tudom, tehát hogy én azt nem gondolom, hogy hazai pálya volt a Kölnnek a Vidi stadion. Erősek voltak, jól tolták, de abszolút lehetett hallani a Vidi tábort. Mondom ezt én, hogy én azért aztán nem vagyok egy Vidi szokó. Én ott voltam, én ezt meg tudom erősíteni, és egyet is értek veled. Nyilván azért a videóton szurkolóknak ez eléggé erős volt, azért ezt hozzá kell tenni, hogy ha pénzügyi vonzatát nézzük, nekünk egy-egyet eladtak mondjuk 6000 forintért, ami átszámítva körülbelül 15 euró, a Kölnnek eladta ugyanazt egyet 35 euróért. Tehát a matek az azért az, hogy a 3000-rel annyi volt, mintha 9000-en lettünk volna mi a túloldalon. Meg a meccs alakulása is. Igazából erre a stadionra, ami volt, ha azt nézzük, körülbelül a 14000-es stadionra értékben olyan bevételt tudott produkálni a klub, mint a 20000-re lettek volna a stadionban körülbelül. Tehát én nem akarok belemenni ebbe, nyilván, de itt azért több százmillió forintról beszélünk bevételt. Ez az egyik, meg én mindig azt mondom, hogy az kritizáljon, aki fel tud állítani 3000 embert. Hát, én azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy egyáltalán esélyünk volt a visszavágóra. Én mondtam nektek is, hogy nagyon meleg visszavágó várják, nyilván beszélt belőlem a szurkoló, hogy sikerülhet és meg lehet, és el lehet kapni ezt a Kölnt, de azért legyünk őszinték, a realitás azért az volt, hogy a Bundesliga 7. azért elkapja az NB1 negyedikét, azért ennyi van a két bajnokság között. Tehát az, hogy összesítésben 4-2-vel kiestünk, hát azért ennél volt már sokkal gázabb kiesésünk, akár gondoltunk a Vaduzra, a Jerevánra, a Podgoricára, és hirtelen mondtam hármat. Én azt hiszem, hogy a csapat tisztesen helyt állt, rekord koeficienssel indulunk a következő szezonban, ha, még várjuk meg, ha nemzetközibe tudunk indulni, ugye ez 12 és feles lenne, ilyen magas koeficiensünk még soha nem volt. Ha szerencsénk van, és úgy alakulna egyébként a csillagállás, akár még a playoff körben is kiemelést érhetne ez, mert például az idei szezonban három csapat volt mindössze előttünk, aki még nem volt kiemelt, és ha 12 feles lett volna, akkor már csak 2 lett volna. Tehát azért gondolom, hogy ha egy szerencsés csillagállás van, akkor akár a Vidinek még egy konferencia playoffba is lehet kiemelés a következő szezonban. Én a csapatra büszke vagyok, én azt gondolom, hogy azzal a mélységű és minőségkerettel, amink van, hát nem jó sajnos, azzal azt gondolom, hogy tisztesen helytálltunk, tényleg egy hősies helytállást hívott a csapat. De az, hogy a játék milyen volt, az olyan volt, amilyen, de most jöttek ki igazából az, hogy 15-16 játékos játszik állandóan, csapágyasra vannak ezek a játékosok járatva, nincsen mélység a kispadon, nincsen minőség a kispadon, Boris nem tud kit becserélni, és ez itt szépen itt a végére visszaköszön. Tehát a végén már olyan hibákat csináltunk, hogy passzolni lehetett volna az üresbe, de még tolunk rajta kettőt. Ez a mentális felfrissülés hiány. Egyszerűen mentálisan nem volt már toppon a csapat a végére. Ez van. Balázs? Hát azért fájó ez a kiesés szerintem, mert nem az történt, hogy a jobb csapat lefociszta a gyengébbet, hanem tényleg ez a két pontrugás, ami kurva bosszantó, mert ezekre lehet készülni. Én abban nem értek veled egyet, Norbi, szerintem nem a kapusé volt ez az első gól. Az egy élesen bejövő labda, arra szerintem nem lehet kiérni a kapuból, meg akkor a tömörülés van, ott stopira hibázott. Tehát stopira teljesen... egyért, én a kapusnak a hibáját, én ha föl is vetem, kisebb mértékben vetem föl,
de igazából, ahogy mondtam is a legelején, stopira 3 vagy 4 méterre volt az emberétől, Hübersztől, ez nemzetközi szinten ez luxus. Tehát itt az volt a lényegi különbség, hogy a Köln egy magasabb iramú bajnokságban játszik, ahol tudják azt, hogy van 3 helyzet, akkor kettőt be kell verni, hogy legyen miről beszélni. Itt nem ez volt, de az igazi helyzeteket beverte a Köln, és azokat a hibákat, amiket mi adtunk nekik, ők ezt kegyetlenül kihasználták. Ahogy a Bundesliga-ban egyébként ki is szokták használni az ilyen hibákat, ők ki is használták ellenünk. Tehát lehet, hogy az NB1-ben egy ilyen hibára nem kapunk azonnal gólt, a Köln ezeket a hibákat azonnal. És főleg az volt a legnagyobb fájó program az egészben, a fájó rész, de Boris el is mondta a meccs végén, hogy tudtuk, hogy rövidre fog jönni a szöglet, tudják, hogy oda fogják rúgni, mert 10-ből 7-szer odarúgják, erre készültünk, és mégis benyeltünk 2 gólt. Innentől kezdve azt gondolom, hogy ez viszont a keret kritikája is. Az, hogy nincsen, tehát az, amikor a bal belső bek játszik, meg a jobb oldali bek játszik belső védőket, szerintem nincs miről beszélni. Ja, szóval még annyit akartam hozzátenni, hogy tehát amire szerintem készült a Vidi, az ezzel a korai góllal ment a kukába. Tehát látszott itt, hogy mi volt a terv, minél tovább 0-0-án tartani a meccset, esetleg, hogyha már kitámad a Köln, akkor egy kontrából beverni, de így, hogy nagyon hamar egál lett, és akkor most a dilemma, hogy akkor kitámadjunk-e vagy ne, hát nyilván nem kockáztatott Boris, de meg 0-2-nél meg már muszáj volt. Én ott már éreztem, hogy ez bukó lesz, tehát ez sajnos onnantól borítékolható volt, pedig meg volt utána az az 1-2 lehetőség, de itt most tényleg, mondom, ez Vidi szempontból, itt megint azt mondom, hogy ha én Vidi szurkoló lennék, engem kurvára bosszantana, hogy így estünk ki simán, eredmény szempontjából, hogy nem lefocizott a jobb csapat, hanem elbénázták ezeket a rögzített szitukat. Sanyi? Na, egy érdekes felvetésem van, és onnan tudom, hogy hasonlóképpen éreztek mások is, hogy Zoli, te is írtad ezt a csetet, amikor néztük a meccset, hogy végig egy olyan érzés volt bennem, hogy ha Zivzivadze kap egy jó labdát, akkor ő be fogja baszni. És ugye kapott labdákat talán nem annyira jót, hogy amire én vártam, de hogy ez a srác szerintem olyan renomét épített magának ugye a tavalyi újpesti fél évével, meg most is, ahogy a Vidibe kezdett, mind a hazai bajnokságban, mind a nemzetközi kupában, hogy az volt az ember érzés, hogy ad neki oda a labdát, és meg fogja csinálni. És nagyon közel állt hozzá, szerintem a német kapus hatalmasat védett ott, ennél a dárdai beküzdötte, beadta, és ő bele tudott egy szépet rúgni, nyilván nem tudta annyira helyezni, szerintem annyi erőt se tudott belerakni, amennyit gondolt. Szóval nagyon kíváncsi leszek, hogy tudja elhozni ezt Zivzivadze, és kíváncsi vagyok egyébként a ti álláspontotokra is. Ugye ezután jött egy olyan kis várdai meccs, ahol nem sok sót evett meg, de szerintem egyébként most jelenleg ő az NBA legjobb csatára. Tehát nem tudnék olyat mondani, aki még csak akár a közelébe van, vagy egy szinten van vele. Nálam ő most kiemelkedő. Kíváncsi vagyok, hogy együtt értetek-e velem. Én is azt vártam egyébként, hogy kapni fog egy jó labdát, és az beveri, viszont ezen a meccsen valahogy nem jött össze neki semmi. Tehát, hogy pont az volt, hogy megkapta a labdát, rálépett, maga mögé vette, tehát, hogy valahogy mindig hiányzott az a kicsi kis plusz, amit hozzá szokott tudni tenni, vagy megoldja a megoldhatatlant. És nyilván ez azért is volt, valószínűleg sokkal jobban vigyáztak rá, mint az első meccsen. Ami nekem attól szimpatikus ebbe a paliba, hogy megy és csinálja, és nem reklamál, és nem hisztizik, felrúgják, feláll, csinálja tovább, tehát hogy ez nekem annyira az jön le, hogy ilyen tök alázatos a futballal szemben ez a pali, és nagyon sokat kaphat még ettől a futballtól, ez is az eszembe járt, mert szerintem nagyon-nagyon felfigyelhettek rá egyébként. Én azt gondolom, hogy most így nagyon jót épített az ő saját imidzsén, így a futballberkekben, és azon se lepődnék meg, hogyha eligazolna nem túl távoli jövőben. De tényleg nekem, ami bejön nála, és ez abszolút nem illik a videótonhoz, hogy így abszolút nem hisztizik. Tehát csinálja, felrúgják, feláll, csinálja tovább. Tehát nagyon-nagyon szimpatikus a játéka. Norbi? Hát én azt akartam egyébként hozzászólni az Zivzivadzéhoz, hogy ugye korábban mondtam itt a műsorban is, amikor a veszőfutása volt, és ugye miatt elment Újpestre, hogy nem videóton szintű játékos, akkor legyünk őszinték, akkor ez a Zivzivadze nem úgy játszott, mint a mostani Zivzivadze. Tehát teljesen más volt a Budunak a játéka, a labdaérintése, a lövése, a hozzáállása.
én úgy érzem, elment Újpestre, és mintha egy ilyen szeretete lenne újra a játék iránt, újra megvan az az alázat a munkába, a melóba, belerak mindent, amit kell, és én úgy látom például, hogy Kodróval nagyszerűen kijönnek egymással, tényleg tök jó csatártársa van Budunak, aki egyébként szerintem jelenleg a videóton egyik húzó embere, én sem lennék meglepve egyébként, hogyha nem túl távoli jövőben eladásra kerülne Budu a Vidiből, mert hát azért nagyon komoly. Tehát amit ő nyújtott a nemzetköziben is, ahogy játszott, ahogy Kim is játszott Kölnben, a visszavágon is próbálkozott, ment, tényleg drusztolt, küzdött. Számomra a Zsigzivadze az elmúlt, hát ő a comeback player of the year, mondhatnánk egy ilyen award, ha lenne, akkor azt megnyerni, mert ez a Zsigzivadze nagyon komolyan drusztol és áll hozzá a dolgokhoz. És olvastam a hozzászólásokat, és egyet is értek azzal, hogy nem volt ez annyira rossz tényleg a Vidit, hogy így tudott játszani, de nagyon sok hibára rámutatott arra, hogy hol kell még fejlődni a Videótonnak ahhoz, hogy az ilyen mérkőzéseket újra le tudja hozni, hogy meglegyen az a rutin, hogy tudja azt, hogy ilyen hibákat miért nem szabad elkövetni, és a legfontosabb az, hogy rámutatott azokra a posztokra, ahova igazolnunk kell. Ugye most érkezett két új játékosunk, mert az NB1-es szekciónál ezt úgyis megvitatjuk, de én azt hiszem, hogy a Vidinek még nagyon sokat kell igazolni, és leginkább fejlődnie ahhoz, hogy a jövő évi szezonban esetleg végre összejön az a hőn állított két csoportkörös magyar csapat. Én tényleg nagyon sajnálom, hogy nem sikerült az álmot úgymond idén elhozni a magyar szurkolóknak, és megint csak a Fradi maradt, de mindenkinek nagyon szépen szeretném megköszönni azt a támogatást, hogy támogattátok a Videótont, és próbáltuk kiszurkolni ezt a nagy sikert, ám sajnos ez most nem sikerült, de én bízom benne, hogy fejlődik a magyar foci továbbra is így, a magyar foci egyszer újra úgy fog ragyogni, mint régen Európa igen. Úgyhogy ennyit akartam elmondani, kösz szépen, meghallgatottok, hajrá Videóton, és sok sikert kívánok magunknak a Magyar Kupába és a NB1-be. Még egy dolog, hogy miért is volt annyira ellenszemes nekem a Köln, azért is, mert hogy engem rohadtul idegesített, hogy mindenhol felszokkották őket, az összes médium, aki közvetítette a meccset, a rádióba, az újság, minden arról szólt, hogy úristen, hogy ez a Köln, ez hú de jó csapat, hát így, meg a Vidivel mennyivel jobb, mint a Vidi, meg minden, nem kell ezt csinálni, gyerekek, hogyha magyarok vagyunk, a magyar csapat van, akkor beszéljünk már arról, hogy a Vidi az jobbnak kell lennie. Hát én sose szerettem azt, amikor felszokkodjuk így az ellenfelé. De ez nem a Kölnnek szólt, mert időt igen, nem érdekel, hogy te fűrt. Hagyj utáljak azt, aki tényleg akar aggódni, jó? Légy szíves, engedd ezt meg. Nekem, hogy hagyj utáljak azt, aki tényleg akar aggódni. Az nem, most nem azt mondtam, hanem, hogy nem, az irracionalizmusodat, azt abszolút elfogadom. Most előhoztad volna, hogy volt egyszer egy Diós György Köln felkészülési meccs 1978-ban. Biztos, hogy volt. Mert akkor volt, amikor készültetek a Celtic ellen. Igen, a térdünkre fektettük, és elfenekeltük. De menjünk tovább, és még egy dolog, ugye Dárdairól ne feledkezzünk meg. Én nem voltam azóta műsorban, de egész egyszerűen az a gól, amit vert nekik Kölnbe, az zseniális volt, tehát hogy az nem semmi volt. És ugye ezen a meccsen is, amit említettetek, az a jelenet, amikor lebirkózta, áthámozta magát a védőn, tehát volt benne akarat, meg hát nem tudom, hogy ez az is volt, hogy meg akarta magát mutatni, vagy nem, de ugye felvetődött a kérdés, és ezzel már kicsit át is megyünk majd a következő témára, hogy mit gondoltok, hogy sikerül magát bejátszani a válogatottba? Hamarosan láthatjuk majd a válogatott keretbe a Dárdai Palkót? Szerintem... Igen? Hogy szerintem már a mostaniba, tehát biztos vagyok, bármennyi pénzt rámernék tenni, hogy a mostaniba be fogják hívni, és miatta vagyok nyugodt, hogy nagyon jó formában, meg a gazdag Dani miatt, úgyhogy jó középpályánk lesz szerintem, de szavazzuk meg, igen. Ja, szavazzuk meg, tehát tegye fel a kezét, aki szerint hamarosan Dárdai a válogatottban. És hát gondolom, akkor annyira nem is bánnátok ezt, és ezzel menjünk is át a következő blokkunkra, ami a válogatott mérkőzést körülfogó egy mizéria, ami nem akármilyen volt, hát én is kihordtam nem kis idegbajt a jegyvásárlás alatt, és nem is sikerült aztán jegyet vennünk. Úgyhogy miért omlik össze ez a rendszer? Nekem mindig az jut eszembe, hogy most menni fogok egy koncertre, majd októberbe Münchenbe, és azt mondták, hogy nem tudom, 80 ezer jegyet 20 perc alatt adtak el erre a koncertre. Gyerekek, hogyha 80 ezer jegyet el tudnak adni 20 perc alatt, akkor oda kell menni az MLS küldöttségnek,
És meg kell kérdezni, hogy ezt hogy csináltátok? Mi a titka? És tanuljunk már azoktól, akiknek ez már működik. Én elmondom anélkül is, hogy kimennék. Na mondd el, Balázs, tessék! Egyszerűen modernebb és nagyobb szerverpark, ami elbírja ezt az érdeklődést, amit nem fog beruházni a jegyértékesítő cég, mert egy évben egy vagy két ilyen alkalom van, mikor ekkora érdeklődés van, és kurvára leszarják ezt az egy-két alkalmat, úgy vannak vele, hogy aki akar, úgyis jegyhez jut, azért meg fölösleges nekik fenntartani egy nagyobb szerverparkot, hogy egyébként máskor tizedennyi érdeklődés legyen, és nem lehet így bérelni. Nem is ez nem is nem egy ilyen fejlődés lenne, ez is a magyar futball fejlődésének egy része, hogy normálisan idegbaj nélkül tudjál jegyet venni. De azt beírták, nem, hogy jött le MLS közlemény a kommunikációs felületeken, közösségi médiában, hogy de mi volt? Igen, látják és fejlesztünk. Jaj, ez ilyen sablonduma, tehát ez nem fogják fejleszteni, nem foglalkoznak vele. Akkor velem. Miért írnák le? Akkor ezt el is unyoghattak volna felette szerintem. Azért, mert be kell nyugtatni a közvéleményt, mert mindenki szitta őket, hát olvastam én is folyamatosan, tiszta ideg voltam én is, hát én akarok a legjobban ott lenni ezen a meccsen, és 10 órától kezdve ott ültem, és vártam a sorom, és kétszer járt le a kis számlálom, hogy már 100-an vannak előttem, és visszadobott 18 000-nek. Kétszer történt ez meg. Aztán, amikor harmadjára úgy tűnt, hogy na, beenged, akkor már kifagyott az egész. Azt hittem, hogy szétcseszem a laptopomat, de aztán egy F5-tel ráfrissítettem, és ott voltam bent, és megvettem a jegyet, úgyhogy én csak 3 órát szívtam, érted, sikerült. Úgyhogy én a szerencsésebbek közé tartozom. De ezt el kell fogadni, hogy ez soha nem lesz egy megoldott probléma. Minden évben van egy vagy két ilyen nagy érdeklődéssel bíró mérkőzés. Ezeken öldökölni fognak az emberek a jegyekért. Aki pedig, ugye az MLS ezt egy külső partnerének adja ki, ezt a jegyértékesítést, nem fog erre beruházni csak egy ilyen egy évi egy alkalom miatt, úgyhogy ezzel együtt kell élni, és erre fel kell készülni a jövőben is, hogy ez nem fog. Én azt mondom egyébként, hogy nem biztos, hogy az hazugság, hogy nem gondolkodnak a fejlesztésen. Szerintem már volt egy meeting, amin ott ültek, akik a Neptunt üzemeltetik, ja, akik a Kréta rendszert üzemeltetik, meg akik a vakcinainfót üzemeltetik, és már kurvára gondolkodnak, hogy hogy kéne tovább lépni. Hát mondom, én azt gondolom, hogy itt egy olyan közlemény kellett volna, hogy túlterheléses támadás érte a szervereket, ez már úgyis ilyen bevett duma. Ha már 10-nél több user van, az már túlterheléses támadás. Tehát hogy én azt gondolom, hogy ez is egyfajta fejlődés kéne, hogy legyen. Ugye fejlődik a foci, most beszéltünk róla, hogy valamilyen szinten fejlődik a foci, fejlődik a válogatottunk, akkor fejlődjön már egy kicsit az MLS is ebben. Tehát hogy én azt gondolom, hogy mindig kell tanulni másoktól. Norbi. Köszönöm szépen, mert én is egy vásároson szeretnék hozzáfűzni, hogy én szerencsésebb voltam, mint bármelyik költök, mert nekem majdnem egy óra alatt sikerült megvennem az olaszra a jegyet. Majd kérdezz már meg engem, Norbi, hány perc alatt lett 4 darab. Jó van már, hagyjátok már, 4 óra alatt nem sikerült jegyet vennem. Jó. Mindenkit némíts le, Balázs. És annyira 5 perc alatt sikerült, szerencsés volt, de viccet félretéve. Ja, mert ő ott dolgozik az MLS. Ja. A jegyirodánál dolgozik, Tóth. Ne bántsátok őket. A csókosok jutottak be először. Ja, nagyon mondhatjuk úgy, tényleg egy ilyen, hát hogy mondjuk, nem megoldott volt, itt próbáltunk egymásnak segíteni, ilyen mindenféle különböző tippeket adni, hogy hogyan próbáld meg megvenni a jegyedet, még nem is sikerült. És a maira is kitérnék, mert ugye maga német jegyvásárlás volt, ahol ugye szintén vettem jegyet, és nekem az első percekben sikerült venni, és utána megint egy összeomlás jött a rendszerbe, ami egyszerűen tragédia volt. Már csak azért is mondom, hogy tragédia volt, mert volt egy barátom, aki szólt, hogy vegyen meg neki a jegyet, és az első 10 percben klubkártyát kért a nemzetközi mérkőzésre az MLS. What? Eddig erre nem volt szó. Utána már nem kért klubkártyát, de utána a másik 15 perc múlva meg már megint nem lehetett jegyet venni, aztán megint volt jegy, aztán megint nem volt jegy. Tehát nem tudom, hogy fokozatosan a szektorok nyitásával engedték, hogy tudjál jegyet venni. Minden esetre egy óra, pár perc alatt elment mind a 2000 jegy, ami Németországban kaptunk, de itt is azért eléggé vértizados volt a kommentek alapján, itt is volt, aki lemaradt és nem tudta megvenni. Hát, szóval itt azért rendszerre ráférnek kis fejlesztés, mert 2000 emberre se tudjuk már jól levezényelni, az ott azért kritika szerintem. 2000 nem egy nagy szám, azért arra azért minimum mindenne beruházni. Hát itt ugye nem az a érdekes, hogy hány jegy van, hanem hogy hányan akartak egyszerre. Hát azért nem hinném, hogy Németországba 200 000-en akartunk volna menni. Világos, de látható volt, hogy az olasz meccsnél már 10 000 fölött összeomlott az egész a picsába, szóval gyanítom, hogy
annyira túl nagy kapacitása nincsennek a szervernek, hogy 10 000 embert elbírjon. Lehet, hogy kevesebbet. Igen, igen, egyetértek, minden esetre sikerült. Egyébként most meglepő módon nagyon gyorsan megjöttek egyébként a PDF-es, egy kevesebb, így 5 perc alatt mind a kettőt megkaptam, és tudom, mikor volt ilyen gyorsan megjött. Általában 4 óra, 20 perc órát kell rávárni. De most ez is sikerült, és meg is jött gyorsan, és én ott, hogy 2 meccsen ott leszek, ugye tényleg az igazán szerencséseknek vallhatom, szerencsések közé vallhatom magam, hogy elkísértem a válogatottat Lipcsébe, és ott leszek az olaszok ellen is. Hát bízom benne, hogy történelmet fogok látni, és bejutunk a 4-es döntőbe. Igazi, igazi parádé lenne, azt hiszem, valamennyien nagyon boldogok lennénk. Egyébként szerintem ez a 200 000-es jegyigénylés, na ez a kamu. Tehát, hogy szerintem fejlesztenek rajta, az nem kamu, de hogy 200 000-en azért akartak jegyhez jutni, mert 200 000-szer léptek be valószínűleg. Tehát kidobott, meg volt, aki újra. Több aki böngészőből, volt. Vagy telefonról is, hát én is 3 böngésző plusz így telefon, van. És akkor még arról nem beszélve, hogy van, aki még több mindenről próbált, szóval igen, ez a 200 000 szerintem osszuk el 3-mal, vagy lehet, hogy 4-jel, hát annyival azért ne. Legyen hát 4-jel nem, 3 maximum, de még ami érdekesség igen. Egyébként, hogy az a fura, hogy vannak emberek, akik megvették a jegyeket, és 3-4-szeres áron árulják a Vaterán, és azt gondolom, hogy ez mindennek az alja. Ezzel az a baj, hogy amíg van kereslet az ilyenre, addig ezt meg hát fogják most tenni. Most jelenleg, hogy a válogatottunk rég nem látott fantasztikus formában szerepel, és hál' Istennek örömteli ezt kimondani, hogy igazából, ha most lenne egy 100 000-es stadionunk, azt is megtöltenénk, és szerintem ez egy fantasztikus dicséret a magyar válogatottnak. De én azt gondolom, hogy görénység, aki a saját szurkolótársain, a saját honfitársain akar nyerészkedni, mert az lenne, hogy 3-4 000-el olcsóban, drágában eladja, azt mondom, hogy oké, de az, hogy a 15 000-es jegyet eladja 49 000 forintért, vagy a 10 000 forintos jegyet, azért az gáz. Az ilyen embert egyébként jól, így szurkolói szinten mondjuk úgy azért jó szájba lehetne, na mindegy, szóval tudjátok. De figyeljetek, hogyha dezsavütök lesz, akkor nem lesz meglepő. Ha valaki nekem azt mondja 3 évvel ezelőtt, hogy a válogatott összes hazai meccse, egy 60 000-es stadionba fixen teltházas egymás után végig, azt rohadtul nem hiszem el megint csak. És most direkt nem 10-15 évet mondtam, hanem 3-4 évet. Tehát hogy beszéltük, hogy egy évben hányszor fog megtelni majd ez a stadion, hogy oké, egyszer egy nagy meccs. Jó, de azért nézd azt is, hogy milyen ellenfelek jönnek. Tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy egy Izland ellen nem lenne 60 000 nézőként. Meg most eredményes a válogatott, ez is azért persze, sokat alatt. Én amúgy szerintem egy Izland ellen, tehát hogyha most a következő meccsünk, ami ugye az utolsó forduló Izland ellen lenne, vagy Málta ellen, szerintem a tét meg az eredmény miatt most akkor is kint lenni. Az is teltház lenne. Főleg Málta. Én nem belőle. Hogy most minden csillag együtt áll. Igen, de erről meg azt teszem, hogy ott volt egy San Marino meccs, ahol lézengett 8 000 ember, tehát... Igen, de azért figyelj, én azt hiszem, hogy nyilván az ellenfelek minősége is az ok, hogy miért mennek el ennyien. De az, hogy ide eljutottunk, az viszont a válogatott sikere, és egy nagyon rögös út volt. Azért emlékezzünk vissza, hogy milyen csapatok ellen szívtunk régen. Tehát ide jött bármilyen neves nincs csapat, Kazaksztán is kikaptunk. Tehát komolyan, amikor az a kazakok most a szlovákot oda-vissza verték, de tényleg, tehát azért vannak itt olyan dolgok, hogy ne menjünk ezt szóval, mert azért a válogatottunk, mint a Marco Rossi, a szövetségi kapitány, nagyon szépen fejlődik a válogatottunk, és már senki, világbajnokok nem vették fél arról ezt a csapatot, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb dicséret nem kell. Az meg, hogy ennyien kíváncsiak a válogatottra, és megint biztos vagyok benne, hogy mind a két meccset néző csúcs fogja kísérni a tévébe, az szintén garantált szerintem. Mivel hogyha nem nyerünk Németországra, még akkor is az utolsó meccsen tovább juthatunk. Tehát itt az a durva, hogy mind a két meccsen komoly tétért játszunk. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon a válogatott dicsérete. A Server Park az nyilván az a Balázsnak a rezortja, mert ő itt közöttünk az informatikus fejlesztő Zolival együtt. Én nem vagyok de... fejlesztő. Jó gyerekek, akkor 100 000 is egy a vége, azért innen, hogy üzenjen meg ennek a 100 000 embernek, hogy basszátok meg, járjatok hétvégente meccsekre. Ja igen, NBA-es nem tudom, hogy hol a faszba vagytok egyébként hétvégenként, kedves emberek, tehát hogy én tudom, hogy kurva jó pózolni a válogatott meccsen, meg szelfizgetni, meg rohadtul jó, azt se tudod, hogy ki játszik egyébként. A nagy része ilyen. Hétvégente meg ugye nem járunk meccse. Akik meg járnak, azok 4 órát ülnek a számítógép előtt, és nem tudnak rohadt jegyet venni, mint ahogy én sem. És a másik dolog ugye, hogy jó, persze, szerverpark ide, szerverpark oda, de elmondom, hogy miért buzi az MLS. Azért buzi az MLS, mert én akartam menni, meg a gyerek, és a gyereknek a klubkártyáját nem fogadta el az oldal, tehát neki nem tudtam jegyet venni, nyilván csak magamnak nem fogom, de mondjátok már el, hogy ha nekem van klubkártyám, akkor mi a faszért nem vihetem be a gyerekemet klubkártya nélkül? Tehát, hogyha én bejelentkezek, mint szurkolói klub tag,
és veszek magamnak jegyet, meg mondjuk a két gyerekemnek, akiknek beírom az adatait, miért nem lehet ezt megtenni klubkártya nélkül? Mi a francia ragaszkodunk ahhoz, hogy adott esetben 8-10-12 éves gyerekeknek klubkártyát váltsunk ki? Azért, mert a 10-12 éves gyerek egy potenciális huligán jelölt, akik balhézni fognak. Igen. Tehát, hogy ezért buzi az MLS, hogyha közel akarjuk hozni a gyerekeket a stadionba, vagy azt akarjuk, hogy tényleg szurkolók legyenek, akkor igenis, akkor legyen elég egy szurkolói kártya, és egy szülő hagy vegyen már két, vagy három, vagy akár négy gyerekének is egyet szurkolói kártya nélkül. Szóval ezért buzi az MLS. De? Viszont egy dolgot a gyerekekhez hagy fűzzek hozzá, viszont ha valaki kihozza a gyereket, mint mondjuk te is ki szeretnéd hozni, akkor viszont az lenne az elvárt, hogy odafigyelme a gyerekére, mert nagyon sokszor olyan van, hogy a gyerekek felállal rohangálnak a stadionba, az emberek kezéből kiütik a sört, és utána még ők vannak felháborodva. Jó, hát én viszont ha eljön a gyerek, akkor ne úgy érezzem, hogy a játszótéren van, mert leesik a lépcsőn, betöri a fejét, és ott hal meg a gyerek. Mert leesik a 30. sorból, akkor érted, mi történik. Az a baj, hogy sokan kihozzák a gyereket, és nem vállalnak érte fel. Ezen a szurkolói kártya. Ez a kártya nem fog segíteni. Nem fog segíteni a kártya, de viszont pont ez az, hogy sokan megveszik a gyereknek és kihozzák, ja, és az olyan szurkolók kellő, mint mondjuk a Sanyi vagy te Zoli, elveszik a helyet a gyereknek, úgyhogy a gyerek meg rohangál a stadionba, és nem akarom megbántani a szülősöket, mert nem szerintem ez most a gyereket ezek szerint nem érdekli a meccs, akkor vigyek egy NB1-es meccsre. De oda minek figyelj? Én figyelek a gyerekre, én sose hagyom, hogy átmenjen a szembe levő szurkóknak, alig hagyom, hogy bedobáljon bármit a pályára, szinte csak... Engem sokkal jobban idegesít az a 40 éves, aki folyamatosan mászkál meccs közben, mint egy 12 éves. Ja, igen. Meg hát van, az papírra dobálják a pályára, és zavarják a mérkőzést. A papírra dobálják befele, és zavarják a mérkőzést. De amikor ott ülök a meccsen, és dobálják le a papírrepülőket, engem irritál. De srácok, nem kell aggódni, mert nálunk Magyarországon a gyerekeknek külön nyitnak mindig stadiont 2-3 meccsenként, mikor jön az UEFA büntetés. Semmi nem kell, csak egy halad, egy Izrael elleni meccset le kell szervezni, és utána lehetnek a gyerekek. Izrael, Románia, Szlovákia, bárki ellen egy meccs is meg van oldva. Na mindegy, én nem azért mondtam ezt, csak tényleg a múltkori válogatott meccs is a németek ellen, például a párom hozta a 4 sört, a gyerek kiütötte a kezéből, és akkor az 5000 forintunknak hello van, és még édesanyja van megsértődve, hogy rászól, emelt hangon a gyereket. Nem baj, Norbi, most már a Honvéd, meg a mit tudom, milyen szurkolók, mert most már a gyerekek is utálnak téged. Miért nem vertétek meg a gyereket egész egyszerűen, nem is értem. De most figyelj, most te megveszel 4 korsós sört, és kiveri a gyerek a kezedből, és rádönti, és ragadt a sört az egész meccsen után, te nem vagy fölháborodva. Hallod, ilyenkor csak félrehívod a gyereket, és a fülébe sugod, hogy apádnak elvágom a tortát. Na mindegy. Na menjünk tovább, és még egy válogatott téma, ugye ma megjelent, ha jól tudom, német oldalon az új válogatott mez. Igen, tehát ez az érdekes, hogy az MLS ezt még nem kommunikálta le elvileg, legalábbis az adás előtt még nem volt erről semmi, viszont a mez gyártónak a német oldala már leakelte az új mezeket, ami 22 és 24 között a válogatott szerelése lesz, úgyhogy ezt én most be is játszom mindenkinek, itt a piros, a hazai és a fehér lesz a vendég felszerelésünk, mit szóltok hozzá? Ez a VB mezünk akkor, ugye? Uh-huh. Ja, igen. Ebben megyünk Katarba? Igen. Ebben. Mehetsz Katarba. Szerintem a fehér mez egy... Nem rohadna a szerver. A fehér mez az nagyon emlékeztet az arany csapatnak arra a régi szocialista, kommunista, magyar válogatott címeres mezére. A fehér nekem jobban tetszik, a pirosba, ami képet mi még néztünk pár órával az adás előtt, nekem a piros az kevésbé az a megypiros jellegű, tehát kicsit nekem az árnyalat más, de aztán lehet, hogy a kezembe venném és a mostani mezem mellé tenném, akkor semmi különbség nem lenne. Piros az nem bejövő, és a fehér az viszont kifejezettem. A piros az nagyon egyszerű lett szerintem, viszont a fehér az nagyon odavág, az annyira retro feelinget ébreszt szerintem minden futball őrültve, hogy már azonnal, ahogy nálunk is, ugye, már tolnád el a címet középre, és úgy lenne ez igazán ütős, úgy lenne egy ilyen igazán visszautalás, de így is nekem nagyon tetszik, szóval én szívesen viselném ezt, bár ahogy láttam, valami 90 euró lesz az ára, tehát nem lesz olcsó, és hát ma 90 euró, holnap 120, azt azért ne felejtsük.
Nekem ettől a meztől függetlenül egy kicsit, nekem azzal van bajom, hogy szerintem tök fölösleges, hogy ez a két, mind a két címer rajta van. Ugyanezt akartam mondani, Dami. Hát, hogy én nem tudom, egyébként amennyire én figyelem a világfutballt, én nem nagyon csak tudom. A szövetség, csak a szövetségnek a logója. Itt van, szerintem van olyan, ahol a nemzeti címer van fönt, és akkor a szövetségén nincs, de hogy ilyen, tehát ennek kurvára semmi értelme nincsen. Főleg így, hogy ott most már ez a három, ugye, mert még akkor nyilván a gyártónak is ott van az éját, ez teljesen baromság, tehát minek? Egyetértek. Én a mezeknél kapcsolatban nekem egyébként a fehér tetszik, bármint magamon nem tudom elképzelni, mert szerintem borzalmasan nézek majd ki benne, de lehet meg fogom még így is vásárolni. A pirosról viszont abszolút egy ilyen régi szovjet turkálós mezük az eszembe, nem megbántva a tervezőket, de hát ez nekem nagyon nem bejövős. Ezt úgy hívják, hogy retro. A halványcsíkosabb, meg a kockás keresztbe ilyen, nem tudom, ilyen 3D árnyalatféle mez is sokkal jobban nézek, ami nekem is van. Hát ez a piros mez, ez nekem nagyon nem talált be, a fehér az igen viszont, és amit így meg akarok még említeni, már egy mezeknél tartunk, hogy aki nem látta a németeknek a világbajnoki mezét, az első számú mezét, így fekete csík van középen, abban fogunk velünk játszani, sötét-zöld, az, ami fantasztikusan jól néz ki az a mez, gyerekek. Az sötét-zöld csík. Tessék? Szerintem a sötét-zöld csík van középen nekik. Majd nézd meg a képet. Jó, igen, nagyon sötét, tehát azért feketében hajlott. Alapvetően a képre, amikor ránéztem, feketének tűnve legyen sötét-zöld, tök mindegy, de az... De ugye nekik a zöld is a vendégszínük általában, tehát ők zöldbe szoktak játszani. Nekik a szövetség, a német szövetségnek a címere, ugye zölden belül a fehér kis. És ha jól emlékszem, ilyen sötét-zöld csík van, és aranyjal van rajta a csillagok, meg minden, tehát hogy így elég bitang. Úgyhogy szerintem már magyar játékosok itt gondolkoznak, hogy kivel cseréljenek majd ezt a meccs végén. Hogy jól el tudják hagyatni. Hát én vagyok az ünneprontó akkor, mert én mikor megláttam a két mezt, annyit írtam csak nektek, hogy szerintem mind a kettő ocsmány. Igen, úgy látom, hogy Csibó is ezt írja, hogy neki sem tetszik egyik sem. Hát most itt kiraktuk a szavazást, a többség azt mondja, hogy a hazai nem tetszik, a vendég jó, ez a 39%, 35% mondja, hogy mindkettő szuper, és hát a kisebbségben van az, akinek egyik sem tetszik, illetve aki szerint csak a hazai jó és a vendég kevésbé. Úgyhogy a fehér mez a többségnek bejön, de sokaknak bejön mind a kettő is, nekem egyik sem. Közben megjött a csetre a válasz a német mezzel kapcsolatban is. Kristóf. Fehér alapon, fekete és metál. Igen, hát ezen vitatkozunk. Nézzünk utána, jövő hétre készüljünk fel. Nézzetek, a Müllernek azt hiszem az Instáján fönt van, de... Mindegy, lehet, hogy én vörkszín vagyok, bár kevésbé tudom elképzelni, hogy ne nekem legyen igazam. Na minden esetre szeptemberben, Lipcsében már ebben jön ki a válogatott, úgyhogy... Igen, hát Norbi, ha ügyes vagy, még lehet egy ilyened. Rajta leszek. Kiteszel valami valószínűleg transzparenst, hogy itt ad nekem a bevet. Nem kell transzparenst, amúgy se kell transzparenst. Egyébként pont itt jut eszembe, egyébként Négo még pont tartozik egy mezzel is, és múltkor pont mondta Vidi meccsen, hogy nem felejtette el. Na, akkor Lipcsében próbálom elkapni az ügybe. De viccet és komolyságot visszahozva, én azt hiszem, hogy bár a piros mez semmilyen, a fehér viszont egy olyan időszakra utal vissza, nem politikai, azt engedjük el, a politikát kukázzuk ki, sportügyileg, amikor a válogatottunk eléggé rendben volt, eléggé jó csapatunk volt, hát ha a régi idők szelleme, ebbe a mezbe is megsegíti a válogatott csapatunkat, bízunk a legjobban. Ja, hát bár mondjuk én nem vagyok híve ennek az állandó visszatekintgetésnek. Nem vagyunk, de nézd meg, a Vidinek is most egy ilyen retro emlékező meze van. Ugye, és milyen jól bejött, mi? 65-re. Parancsolj? Mondom, és milyen jól bejött a retro mez eddig. Hát különbe bejött, úgyhogy innentől kezdve nem problémázok ezzel. A bajnokság meg van még 29 forduló, tehát nem értem a képet. Hát gyerekek, most nem azért, de most itt megnéztem a Müllerről a képet, hát ha az nem zöld, az a csíkot középen. Hadd nézem meg, most már én is igazságot teszek. Megeszem, de akkor tedd is ki majd Balázs, légy szíj, aztán döntse el mindenki magától. Nézzük, készfeltartásra szóval. Várjátok, hol van ez a német mez? Most betettem a közös chatbe, nézzétek meg. Mármint, hogy a YouTube chatbe mindenki meg tudja nézni, vagy nem tudjátok ezt megnézni? Ja, nem, linkeket nem rak be a chat. Nem tudok berakni. Jó, bocs. Ja, itt van várjál, meg lesz. De Balázs, ő kirakja, ő ügyes. Ez az első német világbajnoki mez? Miért? Hogy te mondtad, nem? Nem, én mondtam. Én nem mondtam ilyet. Akkor hanyadik? Vagy melyik évből van? Ez mostani. Ez de vagy ami... Ihlette, arra gondolsz, Sanyi?
Hát, hogy a Zoli azt mondta eddig, hogy nekem úgy rém lett, akkor lehet, én hallottam félre, hogy az első német világbajnoki mezd, de akkor a mostani? Full a mostani? Én most a mostaniról beszélünk, amit most belinkeltem nektek, meg tudjátok nézni. Én amióta az eszemet tudom, ilyen típusú mez nem volt a németeknek szerintem. Én sem láttam még ilyet. Én a Müllerén a csíkot én zöldnek látom, de majd nyilván, ha élőben látjuk, akkor vagy el. Mindjárt kirakom. Neked ilyen interneted van. Timo Wernerét fogom kirakni, mert azon látszik a legjobban. Azt mondja, hogy... Melyiket rakod ki? Ami Timo Werneren van, azon látszik a legjobban. De az, hát igen. Mondjuk azt én nem tudom megnyitni valamiért, nem tudom felnagyítani. Mindjárt kint lesz a többieknek is, mondom. Igen, egy kicsit összépúzzuk, mert így ez zöld amúgy, gyerekek. Most a magyar mez van. Az is piros. Itt már. Szerintem piros. Ez a piros fejlő. Ja, ez nem van. Így bele lehet sok mindent beszélni. Nekem zöld, de sötét zöldnek tűnik, de egyébként... Na, lehet, hogy a fény is úgy esik rá, hogy... Igen, ugye a fekete az azért főleg úgy, hogy van ebbe egy ilyen nyomat, egy ilyen csík. Biztos van ennek egy színkódja, ami konkrétan ez a... Valaki írta, hogy metallic gold, vagy milyen. Én azt elfogadom, hogy ez az. Tehát nekem ez nem zöld. Így fekete, de tényleg azon, amit a Nemzeti Sportos cikken van, az... Azon viszont zöld. Figyeljetek! És azért vonom vissza Lipcsébe. A zöldemet, mert ha megnézitek a Germany Football Team ezt a Facebook oldalt, akkor ott van a női válogatott meze. Azt néztem, hogy az nem... Atom fekete. Igen, az nem hasonlít. Most kinagyítom itt, hogy jobban látszódjon ez a csíkos történet. Szágúdó riporterünket megkérjük, hogy majd Lipcsében egy nagyon közelre nézze. Norbi, légy szíves, menj közel és fotózd le őket, engem nem értek el most már. De meg ne fotózzon, hanem egy kis darabot vágjon ki belőle. Hát ez nekem nem zöld, úgyhogy... Ez nem, itt nekem sem, itt nem is kérdés. Oké, akkor menjünk tovább, és hát azt hiszem, hogy kitárgyaltuk ezt a válogatottat, az új mezt, a zöldet, a feketét. Térjünk rá a lilára, NB1 ötödik forduló, Újpest Paks, Sanyi! Ja, hát Újpest Paks... Dusa, te eltakarod, zenget rendesen. Micsodát? Hogy a tulajt akarodjon, hallottam ezt. Igen, hát látszik, hogy ugye a tábor megígérte, hogy a csapat mellé fog állni, mert hogy tudják, hogy ez egy nagyon nehéz év lesz, így a tulajdonosváltás elmaradása, meg az igazolások, meg az elmentek a jó játékosok, lesérültek a többi jó, a másik jó játékos, szóval nem egy egyszerű szezon ez nekünk. Aztán, amikor már úgy érezte a tábor, hogy itt 2-0-3-0, akkor gyorsan belekötött a belgába, és a nemi hova tartozásától kezdve a hova menjenre minden volt, szóval erősen zúgott. Hát a meccsről igazából majd szerintem ezt beszéljük meg, én kíváncsi vagyok, hogy ti mit gondoltok róla. Összességében én azt gondolom, hogy az elejét a két félnek ez az edző is lenyilatkozta mind a kettőt, elszartuk. Nagyon gyorsan volt több helyzete a Paksnak az elején, fejelt belőle a Windeker. A Windeker most a szokás szerintem minden meccsen gólt lő vagy fejel nekünk. Aztán a második fél időre azt hittük, hogy na majd most okék leszünk. Hát nem így alakult, viszont én az a típusú ember vagyok, aki keresi a kapaszkodókat. Én például nagyon vicces, 3-0-nál a Szabi haverom kín volt velem a meccsen, 3-0-nál azt mondtam neki tök komolyan gondolva, hogy nem írnám alá még az X-et. Akkor ugye még volt hátra 35 perc hátra. És nem is lett igaza. Igen, végül is nem lett igaza. De hogy én akkor nagyon hittem benne, hogy ezt meg lehet fordítani, és mivel ott pár percen belül lőttünk gyorsan kettőt, én azt hittem, és utána jött egy kapufaszolt, nagyon a fejemet fogtam, ez a meccs simán lehetett volna egy 3-3, és akkor úgy állunk, hogy van 3x-ünk, de hazai pályán 3 verhető csapat ellen, ami azért értelemszerűen nem egy sikersztori, és van egy vereségünk a Puskás ellen, ahol meg nagyon esélyünk se volt sajnos, úgyhogy így se úgy se egy jó szezon kezdett, így, hogy most 2 vereség, 2 döntetlen, jön az, amit minden héten elmondok, mikor itt vagyunk, hogy mi imádunk beragadni szezon kezdet előtt, mert folyamatosan igazoljuk a keretet, nem áll még össze augusztusra, szeptember elejére, közepére talán. Azon gondolkoztam, hogy ez a Paks hogy verhet meg minket, aztán rájöttem, hogy igazából ez a keret, ez együtt játszik nem tudom hány éve, kisebb-nagyobb változásokkal, de akik jöttek is, azok is rögtön már az átigazolási szezon kb. Első napján. A Böle Lukács itt volt, a Varga Barnabás itt volt, tehát hogy ők azért régebben játszanak együtt. Ettől függetlenül nem kéne hülye gólokat kapnunk, meg
Meg szerintem sokkal jobbak, lehet, hogy most sem vagyunk, mint tavasszal voltunk, de ha mondjuk elő most ott egy Zivzivadze, akkor ezekből a helyzetekből egyet, de kettőt ő belő, és az ilyen meccseket meg megnyertük tavasszal, most akár lehet, hogy csak ez az egy ember hiányzik, de ő nagyon. Talló szerintem nem volt túl látványos, tehát nagyon nem vette részt, hogy a pályán van Katona Matyi Dettó, tőle kicsit félek is, mert én az ő fejlődésével nagyon bízok, és az elmúlt két meccsen el volt tűnve, és most ugye nem a Vidi elleni múlt heti meccsre gondolok, mert akkor ugye minden csapat el volt tűnve a halasztás miatt. Szóval hát izgi a dolog, Honvéd ellen nyerni kell csütörtökön, mert igazából most azért nem szeretem az utolsó ellátni a csapatot, sajnos már hozzá-hozzá szoktam, de nem egy jó érzés, hogy akkor vezetjük csak a tabellát, ha megfordítod. De nem tudom, hogy ti láttátok-e a meccset, szabályosnak láttátok-e például az Újpest második gólját, mert ez elég megosztó volt. Ott a helyszínen nekem sima libának tűnt amúgy. Én nem értettem, hogy miért adták, meg írtam is nektek, hogy ez hogy lett gól. Mert szerintem, hát nem azt mondom, hogy tehát nem birtokolta a kapus, de egyértelműen kifejelt a kezéből a labdát az újpesti csatár. Nálam ez szabálytalan gól. Nem értettem, viszont a paksi büntető, amit még az első fél időben kapott a Paks, az meg számomra azért volt fura. Második fél idő elején. Vagy a második fél idő elején. Igen. Nekem az azért volt fura, adható volt, csak ugye erről beszéltünk néhány hete, ha emlékeztek a Kecskemét, Loki Kecskemét kapcsán, hogy egy hasonló szitu volt, hogy nem ott van a labda, ahol a szabálytalanság történt, és mégis ott nem kaptunk büntetőt, pedig megvarozták, és egyértelműen megtaposták akkor ott Barát lábát. Itt meg, hát jogosan itt megadták, szóval engem ez bosszant ebben a két szituban, hogy megint nincs meg a következetesség, hogy ha egyszer nem adom meg, akkor itt se adjam meg, vagy fordítva. Hát ezért hiába a VAR, hogyha nem úgy használják, meg nincs meg a következetesség, úgyhogy ez picit engem így most emlékeztetett erre, és ez így felbaszta az agyamat utólag is. És a másik, amit még kérdezni akartam tőle, Sanyi, hogy nem félsz egy picit attól, hogy minden évben eljátsz ezt az Újpest, ahogy mondtad is, hogy beragad, és hogy egyszer nem lesz az, hogy megmenti a seggeteket egy jó téli átigazolási szezon, mert ezt már azért eljátszottuk mi is elég sokszor, megégtünk, eljátszotta a Diósdia nagyon sokszor, megégett, a Honvéd is a tűzzel játszik évek óta, és az Újpest is, és azért előbb-utóbb ez vissza fog szerintem köszönni. Hát kezdem a végén, ha őszintén akarok válaszolni, akkor nem félek, tehát én azt gondolom, hogy mi már az ősz vége felé, bár ugye ez egy rövid őszi szezon lesz, de az ősz vége felé ki fogunk egyenesedni. Sőt, szerintem a következő 3-4 fordulóban, bár ugye most Honvéd, Fradi, most a Honvédre nem mondom, hogy nem könnyű, mert igazából nincsenek egy túl jó formában. Szóval nem, érzem, hogy ott van a nyakunkon a penge, és igazából miért ne lehetne bennem matematikailag. Én azt gondolom, és ilyenkor nagyon erősen tudok a kultúránkra, meg a történelmünkre támaszkodni, hogy mi az Újpest vagyunk. Tehát, hogy mi szerintem nem eshetünk ki ebből a ligából. Egyszer nem tud megtörténni. És a közelébe se voltunk, ha az elmúlt években emlékszel. Tehát még a Diósgyőr utolsó meccseken maradt be, és hasonlók. Nem mondom, hogy az utolsó egy-két meccs, mert nálunk is, mikor ötödikek, hatodikok lettünk is volt, úgyhogy az utolsó két meccs szarul alakul, akkor még akár kiesés is lehetett volna, de valamire azt gondolom, hogy mi nem fogunk tudni ebből a ligából kiesni, de tökre értem, hogy ez a felvetés miért van ott benned, mert nem kezdjük jól a szezonokat. És a két vitatott ítéletre kitérve, Domi, nem tudom amúgy, hogy te láttad-e a meccset, mint játékvezető társam. Nem láttam az egész meccset, a 11-es szituációt, azt pont nem láttam, azt, amit a gól előtti jelentet, azt láttam. Na és arról mi a véleményed? Arra az a véleményem, hogy teljesen meglepett az, hogy ennyire ilyen engedik az ilyen játékot. Tehát ezt, hogy ezt így elengedték, ez most, ilyenkor feltenném egyébként, tehát nagyon jó lenne, hogyha lehetne, hogy kommunikálni ilyenkor a nyilván nem a konkrét játékvezetővel, hanem valaki, vagy valami supervisorral, hogy egyébként, hogy mennyibe változott meg az, hogy nyilván innentől kezdve, hogy van egy VAR, tehát van egy kontroll, ettől függetlenül még van egy ellenőr, hogy van olyan, hogy az ellenőr az a VAR-ra nem ért egyet, vagy stb. De az biztos, hogy ez nem gyakorlat, hogy az ilyen szituációkat elengedik. És akkor finoman fogalmaztam, és szerintem meggyőződésem, hogy ez a legközelebb lesz egy ilyen eset, egy meccsen, ezt ugyanúgy be fogják fújni. Tehát ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen pillanat volt, tudod, hogy most valami, mit tudom én, elrepült egy
valami az égen, és akkor besugározta ott az agyakat, és akkor most azt elengedték. De semmi oka nem nincs szerintem. Úgyhogy én azon csodálkoztam, hogy ezt megadták. Egyébként ezeket szerintem is lefújják általában. Nekem ott élőben úgy tűnt, és az pont ahhoz a kapuhoz esett, aminek a vonalába vagyok mindig elsősorban, tehát relatíve, ha valaki egy nagyobbat köp, akkor az mellettünk csapódik be, úgyhogy közel vagyunk, szóval ott nekem az volt, hogy ez két ember együtt ment a labdára, és mivel 5-6 éve legalább, de talán már van 8-9 éve is, nincs olyan szabály, hogy kapus támadás, egyszerűen nincs benne a szabálykönyvbe. Egy kapusnak ugyanannyi joga van, mint egy mezőnyjátékosnak, ha ők 50-50-be ugranak, és a labdára megy a támadó játékos, akkor a kapus nem kell védeni, akkor se, ha az 5 és felesen belül van, ez is még már akkor el lett törölve, amikor én még aktív játékvezető voltam, tehát csak emiatt nem kellett volna lefújni. Nyilván én más szemüvegben látom, én újpesti szemüvegben ezt teljesen szabályos gólnak láttam, de hogy egyébként az ilyeneket leszokták fújni, és nekem az unszimpatikus volt, hogy a kapus például azonnal eldobta magát és fetrengett, holott egyébként semmi baja nem volt, nagyon jól tudtad, hogy ha nyomást akar a játékvezetőre helyezni, megadták, azonnal ő reklamált a legerőteljesebben, tehát hogy sokkal hitelesebb és nagyobb segítség lenne egy ilyen eset a játékvezetőnek, ha nyilván a játékosok csak akkor maradnának lent, ha történt valami, tehát hogy ebből ő nem fog kiindulni, mert tudja, hogy át akarják húzni a palánkon. Balázs? Még arra hadd reagálják már, amit mondtál az én felvetésemre, hogy ti az Újpest vagytok, és sose fogtok kiesni. Amíg te gondolod ezt, meg a szurkolók, addig az rendben is van, csak hogyha majd a vezetőség is így áll hozzá nálatok, na akkor lehet ebből nagy koppanás. Hát, hogy ez az úgyse eshetünk ki hozzáállás, ez klubszinten szerintem nem vezet soha semmi jóra, mert ja. Én emlékszem, hogy nálunk is hasonló volt a gondolkodásmód még 5-6 évvel ezelőtt, és kiröhögtek minket, mikor azt mondtuk, hogy 3 éven belül akár ki is eshet ez a DVSC, a klub vezetőjére mondom, hogy kiröhögtek minket, hát aztán volt belőle koppanás, ugyebár. Nálunk is úgy tűnt, hogy nem számolnak egyáltalán kiesésen, Norbi? Azt szeretném hozzáfűzni ez a mérkőzéshez, hogy nyilván azért hiszem, a paksi kapusnak itt volt egy extra védés az első félidőben, ott a Csongvai szabadrugásánál, ami megszégyenít, kapusokat megszégyenítően húzott ki onnan a sarokból, a felsőből, ez egy óriási védés volt, és ez a meccs képét elnézve én mondhatom azt, hogy ez ilyen meccsmentő védés volt ott, mert ott hazott gól, ez az Újpest szerintem ez vérszemet kapott volna, és én a meccset megnyerte volna, mert én nekem egész mérkőzés, főleg a második félben az a benyomás, mert az Újpest sokkal jobban akarja ezt a meccset, és ilyen szerencsétlen gólokat kaptak igazából, én azt gondoltam majd az egész mérkőzés során, hogy az Újpest egy X-re jó. És a végén ott volt egy 11-es gyanús szitu is, amit megnéztek nekik, nem fújták be, de én végig azt hittem, hogy az Újpestnek megvan az esélye az X-re. Itt egy X-re jó lett volna ez az újpesti csapat, sajnálom, hogy nem lett az, viszont ahhoz képest, hogy Waltner Robert azt mondta, hogy a Bognár Györgyféle támadó foci nem lesz jelen Pakson, hát egyelőre valahogy úgy tűnik, hogy még mindig jelen van, és úgy néz ki, hogy nincs Átán Martin, akkor van Varga Barnabás, szóval abszolút érdekes ez a paksi csapat is. Tényleg mondhatjuk úgy, hogy azért a gólokat megállás nélkül megtalálják még mindig, és lövik is őket szép száma, viszont én az Újpestet egyáltalán nem temetném, és én azt gondolom, hogy az Újpest a következő kettő mérkőzésében az egyiket meg fogja nyerni. Hát aláírnám, ha most az a Fradi elleni lenne, odaadnám a Honvédnak, hogyha tényleg a kettőből csak... Tudjátok, hogy nekem van egy kedvenc számom, jelenleg az Újpest győzelmét 4-75-re adják a Fradi ellen, meglátjuk, hogy ez a hétvégén is így lesz-e, minden esetre, ha bejön, akkor fun fact-ként azért maradjon itt ez a 4-75 is. De azt mondod, Norbi, hogy azt hitted, hogy van esélye a pontszerzésre az Újpestnek, de szerintem volt esélye. Tehát, hogy ez nem volt kétséges már a második fél időben, hogy van esélye vagy nincs. Hát abszolút, ha az a kapufa a végén be, a nagyon-nagyon kellemes fizurájú új ember kapufája bemegy. Későn indult el az Újpest. Ja, későn indult el, igen. El. Tehát 3 gólt nem lehet adni, de 3 gólról így felállni sem minden. Nagyon, én azt gondolom, nagyon jó tartás volt az Újpestben, és simán benne van, hogy a Honvédot elkaphatják, de talán az elmúlt időszakban lehet, hogy nagyon bátrat és merészet állítok, és most mindenki kiröhög, és azt mondja, hogy úristen, hülye vagyok. De szerintem az Újpestnek hosszú idő után először lehet valamennyi esélye hazai pályán, hogy megfogja a Fradit, legalább egy X-re. Én azt gondolom, hogy az Újpest... Múltkor sem volt majd a rossz a derbin az Újpest. Igen, sőt. Szinte Normi azt mondott, hogy ki volt a csere, ugye, de még visszautalni, hogy én is hagyd mondjam már, amit akarok a gyereket. Hát, nem fogok jelezni saját magamnak, hogy hagyd mondjam el. Na szóval, hogy
az a 11-es, azt nem is értettem, hogy hogy a francba lehetett befújni, hiszen tényleg semmi köze nem volt az egész játékhoz, meg tök véletlen dolog volt, de persze utána azon gondolkoztam, hogy ha tök véletlenül felrúgsz valakit a középkez pontnál, úgyhogy a kapunál van a játék, akkor is kapsz egy sárga lapot. De hát ami engem idegesített, vagyis hát ha újpesti lettem volna, akkor biztos felbaszta volna az agyam, hogy ez a Windecker hogy fejelhetett szinte a gólvonalról. Tehát, hogy ja. hogy lehet ilyet megengedni? Tehát, hogy ott hogy lehet ilyet? Nem is értem. Tehát, hogy, jó nevelést kapott azért. Hogy így szinte a gólvonalról kellett csak befejelnie. És amikor beállították ezt az új csatársrácot, akiről nekem, ne haragudjatok, de az jutott eszembe, hogy Baba Tünde, biztos, hogy így hívják, mert akinek ilyen haja van, az Baba is, meg Tünde is egyben. És első mozdulatból gól, és akkor a végén még ott volt a lábába, tehát ha 5 centivel máshova rúgja, akkor az bemegy, és akkor megvan az egy pont. Szóval mit szólsz ez az új játékoshoz, Sanyi? Igen, hát engem az meglepett, hogy ő beállt, ugye őt csütörtökön jelentette be a klub, és a meccs pénteken volt, tehát ez azt jelenti, hogy még 24 órája se volt a mi játékosunk, vagy jobb talán ilyen 27-28 órája mi játékosunk volt. Láttam, hogy ott van a kispadon, mondom, oké, ha valami sérülés lesz, vagy nem tudom, a végén nagyon kell a tömeg, akkor majd őt beküldik. Ugye egy 189 cm-es, tehát majdnem 2 méteres a srác, és akkor még ugye nem számoljuk a plusz haját, ami legalább 5-7 centire, tehát hogy úgy már 195 körül is megvan. Azért ez látszott is, mert fejjel veszélyes beadások jöttek onnantól, hogy bejött. Azt kell róla tudni egyébként, hogy 20 éves, áprilisban múlt 20, tehát egy fiatal gyerek. A belga szokott ilyeneket igazolni, viszont ő csak kölcsönben van nálunk, tehát valószínűleg nem őt fogjuk eladni utána jó pénzért, nem tudok vételi opcióról sem. Amit tudni kell róla, hogy ugye elefántcsontparti születésű játszott 2021-ben a Maccabi Netanyahuba, utána meg még a Westerlóba, a belga másodosztályba, onnan bajnokként feljutottak, és a Izraelbe 13 meccsen 2 gólja volt, a Westerlóba 15 meccsen 1 gólja volt, Újpesten meg 1-1-jel kezdett, tehát hogy eddig itt a legjobb a mérlege. Mikor bejelentette a klub, akkor így a kommentekben azt olvastam, ami nekem is az volt az első érzésem, hogy oké, fiatal, de hát csatárként azért ez nem egy jó mérleg, viszont azt gondolom, hogy így kell bemutatkozni, szóval szerintem a bizalom abszolút él felé, vagyis hát, hogy adjuk meg neki a tiszta lapot, aztán nézzük meg, hogy mit fog tudni produkálni. Kíváncsi leszek, hogy a következő időszakban adnak-e neki még szerepet, vagy mennyit. Mivel ő folyamatosan játékban volt, abból a szempontból nem lepett meg, hogy hát ő még egy vagy két héttel ezelőtt a belga első osztályba is játszott, pár percre becserélték, ilyen időhúzó cserének. Tehát, hogy ő kondiba őt nem kell felépíteni szerencsére, bevethető. Meglátjuk, hogy csereként, vagy taló alternatívájaként, vagy mellette akarják játszatni. És még egy dolgot mondok, és aztán szerintem akár zárhatjuk is, ha nincs kérdésetek, mert úgy érzem, hogy kiveséztünk mindent, hogy Banainál annyira megvan ez a 11-es kapunk, elvileg ellenünk lövik, és hogy egyszer láttam egy Zete ellen 11-est védeni, és ott utána kiment a labda, majd egy bedobásból újra gólt kaptunk belőle, tehát ott is egy perccel a 10 után már gólt kaptunk, hogy befújták a 10-t, oda át elvégezni a Varga Barnabás, és végig azt mondtam a Szabinak, hogy csak ne ugorjál, maradj középen, odalőtte Szabi, rám nézett, az meg középre lőtte. Tehát, hogy én nem tudom, én ezt nyilván könnyen megérzem, ott 3 sört megittam, akkor okosabb vagyok, de hogy így, ha én általában találja el egyszerű, is nagyon szurkolok neki, és hát reméljük, hogy csütörtökön a Honvéd ellen nyerünk, megyünk ki a haverokkal, reméljük több szerencsénk lesz. Kár, hogy nem úgy van, mint a kézilabdában, hogy amikor mondjuk büntető van, akkor téged be lehetne cserélni 3 sör után. Igen. Nem ugranál el, és akkor megvan, már mennél is vissza a lelátóra. Ja. Átadnád a helyedet, ezt egy ilyen újítás. És onnantól egész évben ingyen sör a büfébe. Abszolút, igen. És mindenki neked fizetné szerintem az egész lelátó. Hát nem lenne ezzel probléma. Na mindegy, ugye. Szoktam ilyeneket álmodni, Zoli, egyébként, hogy megyek, becserélnek, én döntöm el a meccset, de nem voltál messze tőle. Gyerekkoromban nekem is volt ilyen álmom. Aztán megvalósítottam. Na de ugorjunk, nem voltatok szerencsések ezen a meccsen, de ugorjunk keletre, ahol nem tudom, hogy Balázs hogy gondolja. Én azt gondolom, hogy rohadt nagy mázliuk volt, de meglátjuk, Balázs, mázlitok volt, vagy nem? Hát összességében a meccsképét látva igen, azt aláírom, hogy mákunk volt. Ugye eddig az volt, azon panaszkodtam, hogy amit kapura lőttek elünk, az gól lett. Hát most nem volt erről szó.
De hát ez kellett ahhoz, hogy Mázlink legyen, hogy megint itt hát nagy változtatások voltak a kezdőn belül. Ugye a múltkor a Kövesdelni meccse is úgy futottunk ki, hogy 5 vagy 6 helyen variált Janeiro az előző héthez képest, és most megint 5 poszton cserélt. És ami nekem fura volt, meg sok mindenkinek még, hogy kapus poszton is cseréltünk. Hát gyakorlatilag úgy került ki Megyeri a kapuból, hogy nem hibázott szerintem. Egyik kapott gólnál sem Mezőkövesden. Volt egy bakia, amiből nem kaptunk gólt. Itt igazából azt lehet neki felróni tényleg, hogy nem volt bravúrja. Tehát, hogy amit mondok is, hogy minden, ami kapura ment, az gól lett szinte. Vagy ha volt egy bravúros védése, lásd a Kecsó vagy a Vasasrán, ott is a kipattanót bevágták, vagy tizi lett belőle, és utána meg az végül is semmisítette a védését. Úgyhogy 6. forduló, 3. kapussal kezdünk be. Én ezt nem tartom egészséges dolognak, hogy ennyire rotálják a kapusokat, ez egy bizalmi poszt, ezt ugye sokszor elmondják. Én szerintem le kéne tenni a voksot egy valaki mellett, és amíg nem kezd el rendszeresen hibázni nagyokat, vagy bizonytalankodni, addig nem kéne kivenni őt a kapuból. Na most itt ugye nem tudjuk, hogy alapesetben mi lett volna a leosztás, mert lehet, hogy Gróf lett volna ez az első számú kapus végig, csak ő ugye rögtön az első meccs után kidőlt, megsérült, ugye utána bekerült így Megyeri, őt meg hát ugye 3 meccs után kikapták, de igazán egy rossz meccse volt, aminél azt sem mondom, hogy miatta kaptunk ki. Viszont itt van Rabina Alex, aki megint 3. számú kapusként előállt így picit a semmiből, így az elfeledettségből, és elképesztő védéseket mutatott be. Nekem amúgy is szimpatikus, ha egy kapus nem vonalkapus, márpedig Gróf és Megyeri ilyen szerintem, mind a ketten vonalkapusok. Rabina meg szeret együtt élni a játékkal, szeret kiszaladgálni a kapujából, a hosszú indításokra, ha zicserbe vezetik rá a labdát, akkor kijön a csatár elé, zárja a szöget, megzavarja, elbizonytalanítja. Nagyon sok ilyen védése volt már tavasszal is, amikor ezzel tudta az ilyen zicsereket kifogni. Úgyhogy nekem ez a típusú kapus jobban bejön, és egyébként is a modern fociba szerintem inkább ezt preferálják az edzők is. Úgyhogy én most már letenném a voksom ő mellette, hosszabb távon is, elvégre ő a legfiatalabb amúgy is a keretünkben, és egyébként sem emlékszem, hogy lett volna neki olyan nagyon nagy hibája, amikor tavaly is lehetőséget kapott. Hát maga a meccs pedig, milyen mondtam, hogy még azért voltak itt változtatások, hát a legszembetűnőbb az volt, hogy most óvatosabban kezdtünk, és 3 belső védővel álltunk ki a felcsút ellen. Ebben az volt a fura, hogy a 3. belső védő az nem egy védő volt, hanem egy középpályás, ugye a Neofitidis, aki egy védekező középpályás, most ő volt a jobboldali belső védő. Ez még hagyján is, de mondjuk a Charleston megint nem tudom hova tenni, hogy miért ragaszkodik hozzá Janeiro ennyire, holott azért szerintem vannak jobb képességű belső védőink a keretben, van, aki még a keretbe se nagyon tudott eddig bekerülni, úgyhogy érdekes volt ez megint. Ferenc is megint bekerült a kezdőbe, mint hát baloldali szárnyvédő. Először azt hittük, hogy bal hátvéd lesz megint, hogyha 4 védőzünk, akkor a fene megette volna az egészet. Most azért lekopogom, nem volt olyan észreszejtően rossz meccse Ferencinek, nem hibázott olyan nagyokat, amiből mondjuk helyzetekig vitték volna a vendégek. Az első félidő szerintem rendben volt, nagyon rendben volt, ott azért én úgy érzem mi domináltunk, még a visszafogottabb hadrend ellenére is, meg volt a vezetés egy 11-es góllal. Aztán ott persze kétszer kisegített minket a VAR, ugye volt egy lesgól, meg volt egy les miatt visszavont büntető, amit a felcsúttól vontak vissza, de a félidő utolsó pillanataiban meg már elvehettünk volna 2-vel, hogyha Horváth Krisztófer vagy berúgja azt az icert, vagy lepasszolja Zsuzsáknak, és ő rúgja be az icert. Nyilván itt már nem tudjuk meg, hogy mi lett volna, ha lepasszolja, de így, hogy kihagyta, így nyilván ez számon kérhető rajta, hogy miért nem passzolt. És hát ez így megbosszulta önmagát, még ott a második félidő első 5-10 perce úgy, ahogy rendben volt, utána viszont teljesen feladtuk a támadásokat, visszaálltunk teljesen a kapunk elé, gyakorlatilag az utolsó 20 percben már a térfelünkön nem tudtunk átlépni, ahogy labdát szereztünk, vagdostuk előre, szembetűnő volt, hogy fáradunk, mégsem cserél az edző. Ez fura volt, meg nekem az volt fura, hogy ha nagyon bekkelünk, akkor miért nem toljuk be a buszt, úgy isten igazából a kapunk elé.
mert szerintem, hogyha valaki bekkel az utolsó 20 percben, akkor nem 40 méterre a kaputól kell meghúzni a védelmi vonalakat, hogy aztán a gyors támadókat szépen beindítgassák a védők mögé. Hát már pedig ez történt, és ebből kaptuk a gólt is, hogy rendezetlenek voltunk, nem voltunk eléggé mélyen a védelmünk, és ugye Charleston visszapasszolt egy megszerzett labdát a felcsútiaknak, akik pedig kiindították ezt a Colli nevű játékost, aki egyébként elég durva képességekkel bír, kicsit már-már ilyen Koulibaly-ra emlékeztető stílusa van. Ő azért feladta a leckét a védelmünknek, és hát itt is az volt a szitu, hogy Rabina nagyon jól kijött, szépen zárta a szöget, Pekünkre az a labda a lábár lúj perdült tovább, hogy ő ott már Zahedi üres kapura beverhette. És hát ugye 1-1 volt, ez a 89. percben esett ez a gól, sajnos megérdemelten, de ekkor nem úgy álltunk hozzá, hogy na akkor próbáljuk meg a győzelmet kiharcolni, hanem jó az egy pont, és ráültünk az egy pontra is, és öltük az időt, húztuk az időt. Mondjuk fura volt az is, hogy nem cseréltünk, ezt már ugye említettem, viszont a gól után meg cseréltünk csatár helyett védekező középpályást, úgyhogy ebbe tényleg minden benne volt ebbe a húzásba. Aztán persze kiderült a meccs utáni interjúból, hogy miért nem cserélünk. Nekem sokkal fájóbb volt ez a meccs utáni interjú, mint a játék képe, az eredmény, az, hogy nincs győzelmünk, meg az, hogy majdnem kieső helyen állunk. Nekem ez sokkal ijesztőbb történet volt, amit hazaérkező visszahallgattam, és hát fogtam a fejem, hogy na basszus, here we go again, már megint a szarság a klubon belül. Ugye aki nem hallotta volna, Janeiro eléggé ki volt kelve, itt kérdezték az igazolásokról, meg a cserékről, és azt mondta, hogy ő az újak közül csak két játékosért vállalja a felelősséget, akit az ő kérésére hoztak, ugye Horváth Krisztófer és Megyeri, és a többiről inkább nem szeretne véleményt mondani. Ezzel mosakodok szerinted előre már, vagy vissza, nyilván visszafelé is, de érdemes kirakni egy ilyet így a kirakatba? Én ezen gondolkodtam, nem. Mert megvédi magát, meg sok mindenkinek helyre rak dolgokat, de hogy azt ki itt, akkor nincs egység. Nem, és sajnos ezzel saját magát is szembe köpte, hiszen az ankéton a szezon előtt elmondta, hogy a szurkolókat arra kéri, hogy ne a játékosokat basztassák, hanem őt, mármint Janeirót. És erre felül most... Most már csak két játékos érdekel. Hát most erre felül ezt megcsinálta saját maga helyet, hogy önmagát mosdatva lefikázta az új igazolásokat. Még ha esetleg igaza is van, ez nem volt helyén való szerintem. Úgyhogy nagyon sok szurkolónál elásta magát ezzel a nyilatkozattal. Kicsit az én szemembe is. Most már azért én megkérdőjelezem picit az edzői kvalitásait is. Tény, hogy nagyon jól tud motiválni, de... Nem biztos, hogy egyébként hát most csúnyán fogalmazva szarból nem tud ő sem várat építeni, tehát csodát ne várjunk tőle. Kisvárdán volt egy koncepció, amiben ő csak egy fogaskerék volt, mert mindent aláadtak, alátettek, azt meg tudta oldani, de utána láttuk, hogy a dacnál sem nagyon működik, amit ő szeretne, és most egyébként eddig itt sem nagyon működik. A harcosság meg az erőszakosság az megvan, az látszott a csapaton, de ezzel önmagában nem lehet meccseket nyerni, hogy most hajtasz, meg oda teszed magad, kéne valami focit is látni. Abban még azért van kivetnivaló, bár én azt mondom, hogy az első három meccs nem nézett ki rosszul, meg még most ez se annyira, de valami nekem hiányzik ebből az egész mindenből. Nincs jól megszervezve a védelem, nagyon dzsudzsákra van kihegyezve minden, ami nem mindig sül el jól, úgyhogy hát most gondok vannak megint. Nem gondoltam volna, éppen ezt beszélgettük a Csibójékkal is, hogy olyan jó volt 5 fordulóig bizakodni, és azt hinni, hogy itt ebből valami jó is kisülhet, aztán megint pofán vágott minket a valóság. Most a hírek szerint megkapta az ultimátumot Janeiro, amennyiben holnap kikapunk Egerszegen, akkor biztosan edzőváltás lesz, de egyébként én nem lepődnék meg már. Azon sem lepődtem volna meg, ha a nyilatkozata után már most leváltották volna vasárnap vagy ma. De ez nem történt meg. Úgyhogy azt se tartom kizártnak, hogy egyébként már keresik az új edzőt, csak még most itt húzzák az időt ezekkel az ultimátumokkal. Nem tudom, hogy mi lenne a jó. Őszintén szólva, én csak akkor váltanék edzőt, hogyha tudnám, hogy aki helyette jön, az biztosan jobb megoldás lesz. Egyelőre nem tudnék senkit mondani, aki jobb megoldás lenne. Lehet, hogy egy olyan ultimátumot kapottak, hogy ha 3 pont vagy annál kevesebb, akkor mennie kell. Aha,
Nem, tehát, hogy mondták neki, hogy ezt kéne akkor megugrani. Egyébként hát ez a kifelé beszélés azért többnyire a szurkóknak se szokott azért nagyon tetszeni, szerintem. Tehát, viszont a Horváth Krisztoferre azért visszatérnék, hogy azért az egy óriási nagy helyzet volt. Tehát a 3-2-be vitték, ha jól emlékszem, föl a labdát, rá tudtak fordulni a felcsútra, és ott azt nyilvánvalóan le kellett volna passzolni. Tehát, hogy ilyenkor van az, hogy csapatjátékos vagy, és oda kell adni azt a labdát annak, aki jobb. Igen, és most ez megint a szurkolókból is kihozza azt, hogy akkor ez a Horváth Krisztofer mit akar, meg miért ilyen nagyképű, meg izé, meg azé. Dzsudzsákkal ezt szerintem le fogják rendezni. Ez is elhangzott a sajtótájékoztatón a meccs után, nem a tévéképernyői előtt, hanem amit már utána ugye a sajtó helységben bonyolítottak le, hogy egyébként ők jóban vannak, és hogy ilyen mentora Dzsudzsák egyébként Horvátnak, zárójelbe jegyzem meg, az ügynökségük is ugyanaz, és volt köze Dzsudzsáknak abban, hogy Horvátot idehoztuk, szóval nem hiszem, hogy itt kettejük között emiatt nagy feszkó lenne, nyilván hát Dzsudzsák számon kérte, miért ne kérné számon, hogy nem passzolta mindig le. Mindig ez történik, tehát hogy akármikor egy ilyen van, akkor számon kéri az a persze, játékos, persze. Jobb helyzetben volt. De azt nem hiszem, hogy emiatt itt hosszú távon kettejük között ilyen nagy gyűlölet lenne, mert biztos, hogy ilyenről nem lesz szó. Nyilván hát Horváth Krisztofer idejött most egy Torinóból, meg idejött egy ilyen NB2-es szezon után, amilyen volt, hát megvan az önbizalma, most is volt egyébként egy kurva jó lövése még 0-0-nál, ami épp hogy fölé szállt. Én nagyon szurkolok neki, mert örültünk, amikor leigazoltuk, szerintem jó lesz ő, úgyhogy én biztos, hogy emiatt most nem haragszom rá, hát szarul döntött. Ez egy olyan, hogy egyszerűen hozott egy rossz döntést, tehát számtalan rossz döntést hoznak meccseken, most hozott egy rossz döntést, ebben mindig azt mondom, hogy ha szerencsétek van, akkor tanult belőle, és a legközelebbi alkalommal majd jó döntést. Tudjátok, mi jutott eszembe most? A Terjék Lajos interjúról ugrott be nekem egy-egy-egy-egy-egy-egy kapcsolódó dolog, hogy első meccsein ő annyira azt várta, hogy legyen egy olyan labda, kapjon egy olyan labdát, amivel megindulhat a kapu felé. Tehát, hogy egy fiatal játékosban, és azért még a Krisztofer is az, oké, hogy nem első csapata, mint Terjéknek, de hogy így azt nézett. Tehát így első NB1-es csapata, végül is. Oké, na igazából így nézve igen. Tehát, hogy annyira gólt akar lőni, nincs meg az első gólja, eltelt már egy pár meccs, Terjéknek ugyanez volt, hogy beszűkül, és csak a kaput látod kb. És érzed magadban az erőt, hogy te ezt meg tudod csinálni. Utána nyilván újraértékeled, és most már valószínűleg kettőből kettőször ilyenkor lepasszolnál a következő helyzetbe. Le akar tenni szerintem az asztal. Ez egyébként ez a mentalitás egy csatárba kell is, csak egészséges arányba, hogy tudja felmérni, hogy mikor a jobb helyzetben a társa, akkor passzoljam. Szerintem akárki volt már pályán és játszott akármilyen szintű tétmeccset is, mindenki átesett már ezen. Biztos, hogy nekem is volt már ilyen, amikor azt gondoltam, hogy hú, most felverem a léc alá, és akkor majd mindenki engem fog ünnepelni. Aztán, amikor nem sikerül, akkor két társad meg odajön, és azt mondja, hogy mekkora hülye voltál, ezt kellett volna csinálnod. De hát ott ugye akkor ebbe a mámoros pillanatban azt gondoltad, hogy most megcsinálod életed gólját. Domi? Nem, még kettővel visszába akartam én is arra rákaszkodni, hogy Janeiro-nak a kibeszélése azért Gyugyi is szokott kicsit kibeszélni, hogyha nem is ennyire konkrétan. Neki ezek a sírdogálásai, ezek azért nem maradoznak el, nekem ez egy kicsit ilyen fura, úgyhogy van is az a mondás, hogy legyen a mentorod a Dzsudzsák Balázs, ez egy ilyen szitok szó. Úgyhogy nem tudom, egyébként érdekes az, tehát ugye én, akik itt nézik az adást rendszeresen, tudják, hogy nem vagyok egy Dzsudzsák fan, tehát én a Dzsudzsákot ezt a Eindhovenbe elfelejtettem, de az kétségtelen most is látszott rajta, tehát hogy valami olyan szintű túlfűtöttséggel játssza ezeket a meccseket, és lásd itt a 11-est, amit egyébként tényleg tanítani kell, hogy egy 11-es baszki így kell rúgni. Tehát vagy dél-amerikai modellre lövöd, oda föl a izébe, vagy így rúgod, hogy a sarokra tűpontosan rohadt erősen. Tehát ezt egyszerűen nem lehet megfogni. És hogy egy ilyen, tehát hogy van egy, őnek is azért már van múltja, és akkor így berúg egy 11-est, ami neki azért inkább új gyakorlat, mint egy bárki másnak, és akkor utána megy egy nagy rohanást, egyébként azt hittem, hogy valakihez szalad. Tehát olyan ezével ment, hogy ugye ennek is van üzenete nyilván, hogy oda szaladok. Azt hittem, oda megy Janeiro-hoz, és akkor ez egy ilyen izé lesz, tudod, egy ilyen kiállás a mester mellett, de nem. Aztán lehet, hogy ezt megakadályozta az a csúnya esés, ami ugye ott a csúszásba bele. Térden csúszós gólöröm nem sikerült. Térden csúszós gólöröm, úgyhogy mondom, a pályamunkások is imába foglalták a nevét, hogy szétcseszett egy egész nagy négyzetmétert. Úgyhogy érdekes számomra, hogy ő, mert azt a részét azt abszolút elfogadom, hogy ő neki ez egy tényleg egy plusz, ez a Loki.
De nem tudom, tehát én nem tudom egyszerűen elfelejteni azt, hogy akkor is nekem egy kicsit túl sok ez a, tehát kicsit túl pózolós, amit a... Meglepett engem is amúgy ez a góleröm, szóval értem, hogy mire gondolsz. Nem szoktam úgy ő ennyire túltolni, szóval én nem érzem ezt benne. Lehet, hogy azt érezte, hogy ez most így jól jön, és most még lehet rárúgni egy másikat is a fenetőre. Lehetséges egyébként. Kicsit úgy érezte, hogy nagyobb esély van a győzelemre egyébként. Hát nem tudhatod, hogy mi játszódik le, akár még egy magánéleti dolog is lehet, ami egy... Hát az, hogy Zsuzsák fel, hogy mi játszódik le, az tényleg azt de nem most tudom, megjött, nem modellezni. Megjött itt a megfejtés a cseten, srácok, a Varga Sándortól, hogy Rossihoz rohant a Skybox elé. Hogy... Akkor jó, akkor viszont igen. Nagyon szép. Más névre gondoltam. Ez tényleg. Na mindegy, hát egy pont a felcsút ellen azért, hogyha most azt mondjuk, ez nem egy rossz eredmény, szerintem most jelen pillanatban a Loki erejét és a felcsút erejét nézve, nyilván jó lett volna nyerni hazai pályán, de... Szerintem egyébként, most én írtam a blogra a bearangozó, szerintem leírtam ugyanezt szó szerint, hogy a felcsút ellen az egy pontot én aláírnám, normál körülmények között. Meg mondtam is neked adásra. Normál körülmények között nem írnád alá, de a magyar futball jó, körülmények között. Mostani jelen magyar foci körülményei között aláírnám, de jelen helyzetünkben, amikor 4 meccs után nem volt győzelmünk, nem fogadtam el. Tehát úgy voltam vele, hogy most kell nyerni, mert utána meg 2 olyan meccs jön, sőt 3, mert ugye megyünk Zetéhez meg a Pakshoz, és jön a Vidi. Nem biztos, hogy ezeken a meccseken lesz meg az első győzelmünk. Márpedig most, hogyha Zete ellen sem nyerünk és kikapunk, akkor szinte biztosan edzőváltás, de ezek a sok döntetlennek meg semmire nem jók. Tehát az 5 meccsen ez a 4 pont, ezzel a 4 döntetlennel, ez kevesebbet ér, mint hogyha csak egyszer nyertünk volna meg 1x és 3 vereségben. Ugye a vége számoláson a több győzelem rangsorol, úgyhogy nem jók ezek a döntetlennek is. Tényleg de fáj. Balázs, ti mindig tudtok valami meglepetés eredményt hozni minden szezonban. Ebbe bíztunk most is, hogy a kötelezőket nem hoztuk eddig, és akkor na most jön egy felcsút, akkor őket majd megverjük, mint tavaly. Hát nem jött össze is. Ugye most azt se lehet mondani, hogy ne válj, nagy vad lesz. Hogy nem próbálkoztunk volna másra, mert most egy kicsit ilyen célfocis megoldás volt, és hogy így se sikerült. Úgyhogy... Hát nem tudom, hogy ez mennyire lelkesít fel, de így a nézőink szavazat alapján 45% az, hogy nálatok lesz a következő edzőváltás. Én a Vasasra szavaztam, mert nekem van egy olyan belsős információ a magyar futballberkekből, hogy már keresik a Vasas új edzőjét. Ja, de szerintem a Debrecenét is, és ez már, hát, holnap, ez, már holnap este eldőlt ez a kérdés, és ugye, tartok tőle, hogy el is szabadult feledző, amit így fel tudunk dobni nektek. Hát a felszabaduló edzőtökre nem tartunk igényt, viszont akit leigazoltatok helyette, szerintem az igencsak jelölt lett volna nálunk most. Meg már nyáron is az volt, úgyhogy így most tényleg nem tudom, hogy vajon kiben gondolkodhatnak. Legalább van, akinek ismerős volt így hirtelen a neve, nem úgy, mint a Diós. De a szurkolóknak, de erről majd később beszélünk, szóval akkor Lokinál edzőváltás lesz, erre készülünk a héten, ha nem, akkor inkább az lesz a meglepetés, mondjuk azt. És hát... Evezzünk el Kisvárdára, ahol számomra meglepetésen könnyen. Meglepetés volt, hogy mennyire könnyen kikapott a Videoton Norbi. Jó, hát ha nem, akkor még annyit hozzátennék, egy hogy... Egy perces gyászünettel kezdjük a számomra. Annyit hozzátennék, hogy ez a Sabanov volt, ezt úgy elzavarnám a Vidiből, hogy még a tucait se hagynám, hogy összeszedje. Így van, egyébként Sanyi jól mondta, hogy egy perces néma gyászszünet, ez nem véletlen volt, hogy nem szólaltam meg, mert körülbelül ennyit ért a teljesítményünk a tegnapi napon Kisvárda otthonában, és akkor még tényleg szépen fogalmaztunk. Hú, de kilátástalan volt ez, fiú. Atya világ, nagyon rossz volt. Az első fél időben is a Várda sokkal veszélyesebben játszott, mint mi. Hát a második fél időben 12 perc alatt lerendeztek minket rendesen, mondhatjuk úgy. Hát, Larsen is benne volt itt gólban, Sabanov is. Kovács kapus beáll az első gólnál, és fogja a Larsen által lezárt sávot. Full üresen a hosszú, ez elképzelés, nem tudom. Második gólnál Sabanov rosszul csúszik be, nem találja el a becsúszás közben a labdát, emberünk eltolja mellette. Bent körülbelül egy ilyen, hogy mondjam nektek, egy ilyen felállásban van az ellenfél, vagy a mi játékosaink, az ellenfél játékos itt középen full üresen, hatalmas védelmi hiba, mind a Larsen, mind a stopira, mindenki benne volt, tehát tényleg egy óriási, óriási védelmi hiba, még talán az lehetett volna, hogy a Larsen mögé érkezett az ember a pintóba, jön vele, de hát ez már veszett fejszennyele volt.
2-0, a harmadik gól meg ugye Larsen luftot fejel, abból elindulnak, és ott Sabanov megnézelődik, lehet látott az építkezést, nézte, de szép daru van itt a stadion mögött, emberek. Nálam ott dobta el a pöttyös labdát egyébként, nem a becsúszásnál, mert ott legalább próbált valamit csinálni, de a harmadik gólnál... De itt a harmadik bámészkodott. Itt is azt gondolom, hogy a védelmünk az ismét klasszikus hibákat vétett, amit az ellenfelünk ismét kihasznált. Majd nem sokkal később kaptunk egy ilyen Alamisna 11-est, mert ez az volt, legyünk őszinték, amit a helynek a kezelésére befújtak, tehát ezt máskor somoszor elengedik. Ez egy ilyen Alamisna 11-es volt, Podróda át azért belőtt a becsület gólunkat, hát ez full kilátástalan volt. Tehát itt ezen a mérkőzésen ismét látszott az, hogy mennyi hiánya van a csapatnak, mennyi rossz posztunk van, amit ugye a Köln elleni meccsen is kihangsúlyoztam, tehát nincs ütköző középpályás, nincs labdaszerző középpályásunk, tehát konkrétan középpályánk nem volt ezen a mérkőzésen, ezt lehet itt most bármit mondani erre, Fiola akart, ment, de hát egyszerűen így nem lehet. A védelmünk az egyszerűen nulla, tényleg nulla, nagyon nulla. Teljes mértékben egyébként csalódott voltam a mérkőzést látva. Alapvetően is tudtam, hogy... Hogy legyen már? Tessék. A Köln meccs után inkább arra számítottál, hogy nyertek, vagy inkább arra, hogy nem? Inkább arra, hogy nem. Inkább arra, hogy nem, és mivel a 72 óra sem volt meg egyáltalán, sőt 60 óra volt a két mérkőzés között, plusz utazni kellett 400 kilométert, azért ez mindenképpen nem a sikeres előkészületeket idézte meg a mérkőzésre. Ugye már előtte lévő nap leutaztunk a mérkőzés helyszínére, de összességében én azt láttam a vidin egész mérkőzésen egy teljes dekoncentráltság, egy teljesen rossz játékkoncepcióba léptünk pályára. Igazából nem is értettem megint ezt az öt védős rendszert, most itt minek erőltettük, ugye hárman középen kell, és a két szárnyvédő, aki föl alá futkos, de egyszerűen tényleg az egész mérkőzésen én azt éreztem a videótonnál, hogy mi ezt a meccset igazából is engedtünk kezdősípszó pillanatában. Tehát teljesen dekoncentrált, rosszul motivált, rosszul felkészített, vagy rosszul összerakott csapat lépett pályára. Amit korábban már mondtam, hogy ugye a csapágyra járatott játékosok problémája ismét előtérbe került, hiszen ezen a mérkőzésen is kezdőben volt Zivzivadze, Dárdai, ugye Bumba, Fiola, Négo, Larsen, Stopira, Sabanov, tehát majdnem ugyanaz a kezdő volt, mint a Köln ellen, megint, tehát nem nagyon volt belenyúlva, most Heister ugye bekerült a hangya helyett, de hát ő is gyengé játszott sajnos. Igazából nem volt értékelt a teljesítmény a videóton csapatával. És akkor tényleg szerintem rendben vagyunk, mert itt minden volt, csak jó teljesítmény, nem? Talán egyébként a kitmeszterek meg az orvosi stáb volt, aki rendesen felkészült erre a mérkőzésre, az RBD-vel egyetemben, akik természetesen ma is, ugye tegnap is relatív jó létszámba elmentek ebbe a hatalmas hőségbe, a korai kezdés ellenére elég sokan elkísérték a csapatot, majdnem 100-an voltunk a vendégszektorban, jól szurkoltak szerintem, tehát nagyon rendben volt. Ma néztetek a meccset, elég sokszor lehetett hallani az ő szurkolásukat, jól is szóltak. Én szomorú vagyok, megmondom nektek őszintén, mert kieső helyen van a videóton, ilyen nagyon régen nem történt, hogy a videóton kieső helyen van. Bár még a bajnokság korai szakaszában járunk, de nagyon nem tetszik az, amit látok a klubnál, amit látok a csapatnál, és az sem igazán tetszik, ami történik a átigazolási politika címén. Tehát ezen a mérkőzésen egyszerűen olyan szinten nem volt középpályánk, hogy az bántó volt, tehát bántóan nem volt középpályán. Nem a labdaszerzés, tehát kb. Középpályás játékunk nem volt ezen a mérkőzésen, amivel nem is értem, mit akartunk. Igazolásunk nem igazán volt, ugye most jött két igazolás azóta, hogy a Schön befutott, illetve befutott most Kastráti a Legia Varsótól, mind a kettőket 3 évre szerződtette egyébként a Vidi, de én valahogy azt érzem, tehát csak támadókat igazolunk a védelemben, nem kéne igazolni, Szűrőt nem kéne igazolni, ütközött nem kéne igazolni, tehát miért nem tudunk igazolni a középpályára olyan embereket, mint aki a Fradiban van a Lajdon, meg az SCT hasonló felépítésű, robosztus, ütköző középpályások nem kellenek ebbe a csapatba? Tehát nem értem. Tehát miért nincsen? Tehát Pinto nem egy rossz játékos, hatalmas játékintelligenciája van, szerintem jó játékos is egyébként, de 1,65 magas, és van 60 kiló maximum. Ropja az ember. Hát lepattam mindenkiről. Hogy szerezze labdát? Nincs labdaszerzőnk, egyszerűen nincs. És arra is beszélve, hogy majdnem az összes játékos ingyen jön, vagy ilyen 3-400 ezeres transferek.
Hát ne arra gondoljatok, ez nem az Alaegerszeg. Nem megbántva az Alaegerszegéket, elnézést kérek, de ez nem az Alaegerszeg. Hát mi az átigazási politika? És mi a cél? Tehát ilyen gagyi játékosokkal nem megbántva, mert van benne jó is persze, de Serafimovnak is volt egy sérülése, még mindig nem került be a csapatba, mert nem játszik még mindig, mert van egy izomsérülése, de egyszerűen én nem értem. Nem tudom hova rakni az egész játékot, és azt kell mondom, stopirára, és a stopira is elfárad, gyerekek. Egyszerűen minden meccsen gólt kapunk a hibáiból. Nem az első meccsen, ahol gólt kapunk. Itt is ő is benne volt azért az egyik gólba, ugye le volt maradva, rosszul jött ki, vagy nem elég ért oda az emberre, hogy zárja a beadást. Ugye a második gólnál, Makovszki fejesénél, ott egy kifordul a ötös sarkán, 15 méterre van tőle a beadás. Hát miért nem megy kijebb megzavarni? Hát, ha meg tudja annyira zavarni, hogy lecsúszik neki, rosszul találja, érted, vagy csinál egy cselt, és már ott van rajta. De azt érzem, az egész védelmünk egy katasztrófa. Nincs kommunikáció a védelemben, egyszerűen a játékosok úgy rohangálnak, mint pók a falon. Egy kilátástalan videót a játéka. Nem tudom, mi lesz egyébként így hosszú távon, de én nem hinném, hogy az edző a leginkább a hibás ebben a történetben. Itt leginkább az a legnagyobb hiba, hogy nincs igazolás. Az, hogy augusztusnak a végén vagyunk, és a lepattanókra várunk. Ne vicceljünk már. A videóton a lepattanókra vár. Ahhoz képest, hogy állítólag mi top 3-as költségvetésű klub vagyunk, nem igazolunk senkit. Eladtunk játékosokat 1 millió meg 1 millió 8-ért, 2 millió 8. Hol van a pénz? Miért nem igazolunk? Tehát Garancsi sportás kivette a pénzt a klubból, nincs ezzel semmi baj, de akkor legyen lekommunikálva, hogy mi az elvárás. Oké, tudjuk, hogy nem bajnoki címért menjünk, ezt már legalább sikerült elmondani. Azt tudjuk, hogy nemzetköziben a playoff volt az elvárás, ezt teljesítette a klub, de összességében én nem értem ezt a kommunikációt, Salló István is elmondta, hogy ez meg az, meg az a cél. Hát ehhez képest köszönő viszonyban nincsenek a tettek, az, amit elmondott annak idején. Tehát itt azt mondta, hogy három átigazolási időszakra van szüksége, hát ez a három átigazolási időszak, én báros számom lejárt. És egyelőre egyáltalán én nem jelent, hogy itt minőségi... Még van. Most lesz a durranás. Még van idő. Igen. Nem lehet, hogy őt is csak hitegetik amúgy, nem gondolod? Szerintem elképzelhető. Tehát azért itt azért komoly problémákról lehet hallani, olvasni. Én ott is olvastam, hogy állítólag nem ért el a tulajdonost több napig. Még ezt nem tudom, hogy lehetséges egy futballklubnál. Tehát így... Meg most nem is olyan időszak, hogy fontos lenne. Nem, egyáltalán nem fontos. Menjen nyugodtan nyaraljon a Seychelles-szigeteken, vagy akár a Garancs István, nehogy zavarja a pihenését Salló István, hát mégis hogy képzelni, nem? Nem, tehát én azt gondolom, hogy ez így nagyon rossz irányba tendálnak itt a dolgok. Tudom, hogy sokan írtátok már itt a komment szekcióban is a videóton, hát tudjuk, hogy leépítés van, mert mit tudom én, bullshit expressnek, stb. Na de hát azért megint azt látjuk, hogy az nemzetközi szinten azért relatív helyet tudott állni a csapat még egy ilyen gyenge keretre is, mert egy gyenge keret volt nemzetközihez képest. Igazolni kéne tényleg normális minőségi játékosokat, nem pedig ilyen tingli-tangli 3-400-es bohócokat, nem megbántva őket, mert nem vagyunk vele előrébb. Tehát most tényleg döntsük már, mit akarunk. Tehát akkor most itt kukázunk, és ráállunk egy ilyen újpesti útra, bocs, annyi, nem megbántva benneteket, hogy kukázunk. Valami, te most nagyon sok mindenkit nem bántottál. Nagyon jó, hogy a végén mindenkibe belerúg, és mondja, de nem megbántásképpen, mondom. Nem megbántásképpen, de újpest nem igazol. De az Újpest nem igazol általában pénzért játékost, és ők, nekik van egy érzéke hozzá, hogy mégis találnak 2-3 olyan játékost, hogy beletépteni a keretbe. Mi nem találunk. Hát mert Afrikában, aki lemászik a fáról, az egyből tud futballozni. Vagy hogy volt a klasszikus? Mit mondtak? Valami ilyen. Mi mondtam észre, hogy Kálmán, igen. De egyébként tehát az Újpest mégis érted, talált szabadon igazolhatóban mégiscsak talált egy Kroazét például, ott van ez a Bumál, és egy ügyetlen gyerek, szerintem ez is eléggé jó játszik egyébként. De ott van még például ugye a Antonov, ő is ingyen jött, ha jól emlékszem, szerintem ő is egy tök jó játékos. Hát mi nem nagyon fizetünk, persze. Tehát nem rossz játékosok, de nálunk valahogy nem tudom. Tehát itt is azt látom, hogy most idehoztuk a Dán Superligáján 32-nek rangsorolt vérdőjét, akinek volt egy jó meccse a Köln ellen, meg a második még úgy, ahogy, de most a hétvégi meccsen teljesen, tehát nagyon rosszul játszott. Akkor most idehozunk a Kastrátit, aminek a legjobb a Varsó drukkerei örömtüzeket gyűjtenek, hogy eltakarodik Varsóból, értitek? És akkor nem értem, hogy most mire számítsak. És akkor ott van még a Sönszabi helyzete, akinek én személy szerint örülök, a Boris örül neki, mert dolgoztak régen együtt az MTK-ban, és tök jól működött együtt a kémia náluk,
ugye a Petriák posztjára lett hozva a bal szélre, elvileg, mert a jobb szél elvileg az a Dárdai Palkó posztja, vagy nem tudom, mert megcserélik, ugye Palkónak van bal lába, tehát tud bal oldalt is játszani a Palkó, lehet, hogy a Sön kimegy jobbra, de minden esetre akkor is azt érzem, hogy valahogy nem értem, hogy miért nem állunk át van másra, ott vannak játékosok, ülnek a padon, percet nem kapnak, Lüftner, Evandro, Kojnok Zsolt, a Rockov nem is véd, nem is kap lehetőséget a bizonyításra, nem megbántva a Dani, de én nem érzem azt, hogy a Dani nekünk kapusposzton megoldás lenne hosszú távon. Én nem érzem a Danit egy top NB1-es kapusnak. Hát a videótonnak egy top NB1-es kapus lenne szüksége ahhoz, hogy a nemzetközi szintén is sokszor meg tudja állni a helyét. Nem rossz a Dani, NB1-es szinten nem rossz, de én azt gondolom, hogy ide kéne egy jó kapus. Itt Kálátai Dóta nem volt jó kapus. Nem megbántva Kovácsikot. Szerintem amúgy Kovácsik kurva jó kapus volt nálatok. Ádám jó kapus volt, ami nem sérült meg a térde ugye Gárdonyba, utána ő is kereste önmagát az utolsó másfél. De azért mondom, hogy kicsit túlzás, az Karatai Udo óta nem volt jó kapusotok, szerintem jó, nagyon jó. Túlzás, jó, igen, Ádám jó. Viszont várjátok, egy fontos tényező volt szerintem ezen a meccsen, ami lehet, hogy Norvi titeket is picit felment, hogy én ezt a Kisvárdát ilyen szépen jól adogatni, háromszögezni, egyérintőzni, lefordul, lepasszol, beindul, megy elé a labda, és pontosan kivitelezik 10-szer, 20-szor, én néztem, hogy magyar meccsen mikor láttam ilyet. Tehát, hogy szerintem, most ha most nem egy Kisvárdával játszatok, akkor lehet, hogy ebből nem egy vereség van, akár még egy győzelem is, de ez a Kisvárda egyrészt kipihenten, saját szurkolóitól támogatva, feltüzelve, rohadt jó játszott, és látszott, hogy beletört a vicskátok, és ti ugye azért nagyon nehéz szerintem átállni pár nap alatt fejben egy ilyen kudarcélmény után egy ilyen meccsre, rohadt meleg volt, 14-30-es kezdés volt, én itthon a klímás lakásban majd meg döglöttem, ők kint futottak, tehát egy csomó olyan külső tényező is volt, ami miatt azt gondolom, hogy ez a meccs jobban is elsülhetett volna, sőt 3-1-nél volt egy nagy helyzetetek, majdnem 3-2 lett, be is villant az Újpest meccs, hogy akár, na nézzük, hogy a Vidi fel tud állni 0-3-ról, nem tudott. Szóval én egyébként nem temetném ennyire a csapatot, most érzem, hogy így elkapott a lendület, hogy most minden szarérzésed van, mert nyilván két vereség egy hét után azért az ember igen, és ugye megvilágítja egy más szempontból. Nem is azt, hogy minden szar, mert nem azt, hogy minden szar. Tehát itt nekem az a problémám, hogy nem látom, mi a koncepció, tehát mit akarunk játszani úgy alapvetően. Az első forduló Pakson volt 20-valány lövésünk, nem jött be, oké. Tehát a Honvéd ellen nyertünk 4-0-ra, tök jó, jó játék, zsír, megvan. De a Fradi ellen megint szar játék, nem volt jó játék, most megint nem volt jó játék. És ez az idegenben 0 pont, 1 rugott, 9 kapott gól, fú, nagyon sok. Ennyi gólt nem lehet kapni. Tehát annak idején, mikor a Vidi például volt egy Vidi bajnok, 13 gólt kapott 30 forduló alatt. Mi most 4 fordulót, 9 gólt kaptunk. Jesszusom, rengeteg a gól. Tehát ennyi hát gólt nem szabad kapni egy olyan csapatnak, aki Európába vágy, vagy dobogó közelben szeretne végezni. 4 fordulat kaptunk 9 gólt. Az azt jelenti, hogy meccsenként abból 7-et kaptatok. 2,25, hát 2, valami. De két meccsen kaptatok 7-et. Parancsolj? Két meccsen kaptatok 7-et, ugye a Fraditól, meg a Kisvárdától, akik elméletileg, ez a szintetek, mert hogy ezek a nemzetközi kapcsolatok. 3-as feles gólátnak kapott mennyiségbe, hát az fantasztikus tényleg. Én nem azt mondtam, hogy fantasztikus, de hát... De nem megbántva a Vidit, és zárva ezt a szekciót, tényleg nagyon kultúrált futballt játszott a Kisvárda, tehát ezt hozzá kell. Jók voltak. Jó játszott a Várda, Tamács tudtuk tartani egyébként a meccsen, Makovszki egyébként, már korábban is beszéltük, hogy eléggé jó húzó embere lehet ennek a Várdának, ugye Bumba helyén játszik, láthatóan tök jól játszik, ugye magasabb is, mint a Bumba, pont az ilyen beiveléseknél lehet is rá számítani. Én a Várdától egyáltalán nem veszem el ezt a győzelmet, sőt, én gratulálok nekik, mert abszolút megérdemelték. A játék minden ellenében jobbak voltak, mint a videóton ezen a mérkőzésen. Ez nincs. Kivel játszotok most Norbi a hétközi, meg a hétvégén? Kecskemét jön szerdán Sóstóra, utána megyünk Debrecenbe. Ideje, hogy a Kecskemétet letörjétek a szarvát, és nem megbántva titeket, Norbi. Azt mondjam, hogy a nézőink 42%-a azt mondta, hogy meg lesz a dobogó nektek, úgyhogy nyugodjál meg. Meg lesz szerintem. Mi... Várj, én is most látom, de valaki azt írja, hogy negyedik helyen harcoljuk ki, tehát akkor megint a Fradi nyeri a kupát, azt mondjátok. Á, nem, a Fradi. Hát vagy a Kisvárda, vagy a Felcsút, vagy aki éppen dobogós lesz. Ja. Na de egy viccet életében nem, tehát én azt látom egyelőre, hogy a csapat megvan fogva ezzel a kieséssel. Tudtam, hogy ez lesz egyébként, hogy meg leszünk fogva.
nem temetem még annyira a csapatot, egyszerűen nem értek dolgokat, és leginkább itt számomra legnagyobb probléma az, hogy a védelemben szerintem még egy jó középső védő lehet még beférne, mert azért Stopirának nem ez a posztja, Fiolának nem ez a posztja, hogy meg korábban is mondtam, ellenben van Sabanovunk, akinek van néha jó meccs egyébként, meg hú, néha olyan homály, hogy atya úristen, és akkor még arról nem is beszéltünk, hogy ugye ott van Serafimov, akikből egy sok mindent nem láttunk, és ugye itt van a dán kölcsönjátékosunk egy évre, akinek volt két relatív jó meccse, és volt ez a meccse, ami egyébként egy tragédia volt, tehát igazából persze korábban van még felesleges egyre bármiből kiindulni, de számomra nagyon-nagyon nagy problémát jelent az, hogy tényleg nem értem azt, hogy középpályára miért nem igazolunk egy motort, és most itt fölmerül ugye Zsújnak a neve, akiről állandóan szó van, hogy ugye Péter Zsúj vagy Zsúj, mindegy, hogy mondjuk, mindegy, Péter Zsúj visszajönne a Vidibe, és erről tudunk is, hogy visszajönne, de itt is érdekes kommunikáció zajlik, mert egyikünknek az van mondva, hogy túl sokat kér, a másikünknek meg az van mondva, hogy túl lassú. Most akkor döntsük el, hogy akkor most melyik a kettő közül az igaz állítás. Tehát amikor két embernek két különböző választ mondanak, hogy miért nem igazoljuk le, hát az számomra érthetetlen, pedig ez a Zsúly ebbe a videótomba simán beférne. Az a nagy helyzet, hogy simán beférne. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Kíváncsi vagyok, hogy itt a hajrában még érkezik a játékos, mert állítólag még érkezik középpályás, pont arra a posztra, ahol én akarok, mint erre befizetek, hogy tényleg igazolunk egy ilyen ütköző, robosztus, nagy kétajtó szekrényt a középpályára, mert ez kéne egyébként. Meglátjuk egyébként, hogy fog alakulni. Minden esetre én azt gondolom, hogy a rajt az nagyon gyenge, az elmúlt évek egyik, ha nem leggyengébb rajtja, de bízom benne, hogy a csapat sürgősen összekapja magát, mert megint lehet, hogy belekerülünk egy olyan történetbe, mint az elmúlt februárban. Én meg azt nem annyira szeretném, meg ugye a szurkolótársaim se igazán kultiválnák szerintem, tehát bízunk abban, hogy itt rendülnek a dolgok. Na mindegy, kecskemét szerdán, bízunk a legjobbakba. Szerintem egy nagyon nehéz mérkőzés lesz, ez a kecsó nagyon jól össze van rakva. Ahogy Zalaegerszegen is láthattátok, elég jól játszott a kecskeméti csapat, hátrányba fordítottak, úgyhogy ennyi, majd mindjárt elbesük ezt is. Minden esetre köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, aztán bízunk a legjobbakba, hajrá videóton, aztán hajrá! Veled az úton! Mezőkövés Vasas a következő mérkőzés, ami tudom, hogy mindannyiunkat rettenetesen érdekelt, és mindenki már alig várta a kezdést, ott toporogtatok a tévé előtt, mindenkit elzavartatok a tévéről, mert ezt akartátok nézni. Hát, nem tudom, mi volt ez egy barátságos X, vagy hogy hívjuk ezt. De megnyugodtam, Márkvárt még mindig csak hátrafelé passzol, tehát ez azért annyira nem változott náluk, és hát nem tudom, ez egy ilyen kiegyenített meccs volt nekem. Szerint a Mezőköves dugott egy szép gólt, ennyit tudok így felemlíteni. Fejelte, nem? Ja, igen, fejelték. De szép volt egyébként, abban igazad van. Tényleg szép volt. Egyébként szerintem nem volt egy jó mérkőzés. És hát... Megmondom őszintén, elaludtam rajta. A Vasasról, ugye itt megint csak azt kell mondjam, hogy folyamatosan azt hallottam, hogy keresik kutatnak. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor hát ezek szerint a Vasasnál is edzőkérés van. Én csak a Discordon olvasom a vasasosoknak a véleményét, hogy ők egyértelműen kutor ellen vannak. Akkor én nem akarom elhinni amúgy. Ez is megoszlik amúgy, mert egyébként meg azt is hallani, hogy nem is ő, tehát hogy beleszólnak a munkájába, ott van hát valami emberke. Az már rég rossz. Van valami emberke, aki itt mindenbe belepofázik, és, de nem tudom, én meg a kutort nem olyannak ismertem meg, aki ezt hagyja. Tehát nem tudom, én nem tudom azt elfogadni senkitől, hogy mit a kutornak beleszólnak, mondjuk, hogy kit rakjon fel 11-nek. Tehát én nem tudom róla ezt elképzelni, hogy ebbe ő belemenne. Bár a fene tudja, mindig van az a pénz, amiért ezt meg lehet, tehát ha van itt Vasas szurkoló, akkor írja meg, hogy ő hogy gondolja. Ezt mondom, én azt hallottam, hogy Kutornak keresik az utódját. Most ez mennyire igaz, mennyire nem, én elég biztos helyről hallottam. Úgyhogy, és hát azért, ha azt nézzük, nem is nagyon szárnyalnak. Mert... De figyeljetek csak ott a csatárok, a Novotny, Fecesin, ott ők mikor lesznek hadrafogható? Novotny már most játszott egy 20 percet ezen a meccsen. Aha, okay. Fecesin megsérült, ha jól tudom, talán műtötték is, nem akarok hülyeséget mondani. És a Bobát pedig most kölcsönadták Kövesre. Azt tudom, hogy ott a család egyesítés volt Mezőkövesden most, és a Zimonyi, őt sem nagyon láttam a... Vele kapcsolatban is, mintha olvastam volna, hogy kölcsönadás jöhet szóval. Hát igen, amúgy én a Zimonyit szívesen látnám nálunk, mert szerintem attól nagyobb teljes tehetségnek tartom, mint hogy ő ott kalódjon a kispadon.
Ugyanálunk a Vida volt, aki felröppent a hír, hogy hozzánk jön kölcsön, ugye nem játszik a Vasasnál, akkor ezt minden fórumon cáfolták, hogy nem, ő marad a Vasasnál. Közben én azt hallottam elég biztosnak mondható forrásból, hogy inkább NB1-be maradna, viszont a váratnál mozdult, és hogy ugye így a Diós Győr az ki is esett a kosárból. Mert ugye ki mozdult rá, mert pont beakadt. Várda. Várda rámozdult, hogy ők neki kellene, meg akkor ugye ő is NB1-be maradhatna, tehát hogy elvileg a Várda felé tart a Vida. Az Imonyi attól még mindig elférne nálunk. Én mondom, a tehetségének az elpazarlásának tartom azt, hogy ő ott padozik a Vasasnál. Érdekes, hogy ebből a sok csatárból végül igazából alig játszik valamelyik. Igen. Sérült kölcsön adják. Lehet, hogyha ott ezek visszatérnek, ezek a játékosok, akkor jobban kinéznek. Hát ők valószínűleg egy sokkal támadóbb centerjátékra készültek fel a felkészülési időszak alatt, és az összes támadójuk, ugye mind Bobá, mind Novotny, mind Fecesin, ez a rúg fel rá, befordul, visszajátsza, rálövöd, befejelgeti egyérintőből, ezt most ők tökre nem tudják játszani, mert kiestek ezek. De viszont semmit nem láttál. Igen, de viszont ott van az a Hollandel, aki szerintem meg egyedül húzza a szekerüket, igen, mert brutálisan jól játszik. Igen. Kíváncsi vagyok, hogy neki lesz-e visszaút egyébként a következő időszakban válogatott, ha ezt tudja hozni mondjuk még egy-két hónapon keresztül. Neki is voltak ott nagyon jó felvillanásai, aztán szépen eltűnt. Igen, csak ő ugye baloldal egy szányvédő volt Rossinál, itt meg egyértelműen csatár, meg egyébként is az a posztja. Na, Nagy Zsolt most ugye kiesett, oda nem nagyon van alternatíva. Hát amikor Rossinál ezt a futót játszotta, akkor nem volt éppen rossz szerintem. Nekem sem volt vele bajom, mikor ő játszott. De nyilván ez ellenfél függő is szerintem, hogy mikor lehet őt egyáltalán fölrakni. Vagy mikor van az, hogy inkább a védekezés a lényeg. De egyébként jól játszott most ezen a meccsen. Hát ugye a gólt is ő rúgta, jól emlékszem. Igen, de szerintem ezt a Kövesd Vasas zárhatjuk azzal, hogy ugye azt mondták általában 45 fok volt a pályán. Tehát hogy ott meghűltek a játékosok, nagyon nem bírták egyik oldalról se. Na, de itt van, megjöttek a Vasasok, hogy nem szól bele senki, pont, hogy a saját feje után megy, a padon ülnek azok, akik minőséget képviselnek, egy-két kedvenchez ragaszkodik, akiken elmegy a meccs. Úgyhogy úgy látszik, hogy akkor mégsem igaz az, hogy beleszólnak, hanem egyszerűen kutornak beakadt valami, és nem tud változtatni. Márpedig ennek így nem lesz szerintem a számára jó vége. De hát, ha így nézzük, ha jókor jön a váltás, akkor még mindig mehet a Lokihoz. Hát elvileg keresnek edzőt. De akkor ugorjunk is a következő meccsre, ami azért lényegesen jobb mérkőzés volt, ez volt a Kecskemét-Zalaegerszeg. Sanyi, te ezt végignézted, én is néztem egyébként, de lássuk, mit láttál te. Igen, mi a haverokkal minden héten megfogadjuk a 6 NB1-es meccset, 5-en vagyunk, mindenki bedobja az összes tipjét a 6 meccsre, és leátlagoljuk, amiből legtöbb van. És ez a meccs úgy volt, hogy az 5-ből 2-en szavaztak hazaira, 2-en szavaztak X-re, mivel viszont holtverseny van, ezért én adtam fel a szelvényt ezen a héten, szóval az én szavazatom volt a döntő, és én benyomtam a váratlan vendéget. Tehát hiába volt 2-2 szavazat hazaira és X-re, az enyém döntött, úgyhogy én vendéget szavaztam, úgyhogy szurkoltam az Etének, hogy ne hagyjanak cserbe, és ahogy az első fél időt elkezdték, hát ott, ha 5-5 rúgnak, egy szót nem szól senki. Tehát nagyon magabiztosan mentek ki, felborult a pálya, sok helyzetük volt, és utána jött az a kiállítás az első fél idő végén, amit nem értettem, hogy miért fúj be kiállításra a Spori, hiszen gólt fejelt belőle a támadó, és igazából azt hittem, hogy ez egy tök nagy játékvezetői hiba, mi van, ha kihagyják a 11-es, stb. Cserébe viszont belőtték a 10-t, meg második sárgával kiállították az alaegerszegi védősrácot. Tehát ebből a szempontból nagyon jó. De várjátok már, figyelj már, Sanyi, te voltál játékvezető. Itt nem lehetett volna azt, hogy megadja a gólt és kiállítja a csávot? Szerintem bármit lehetett volna. Tehát, hogy ez tényleg egy fasság volt. Hivatalosan szerintem a jó ítélet az lett volna, hogy tovább engedi, megadja a gólt. Onnantól viszont a szabálytalanság nem sárgás, hiszen nem akadályozott meg vele ígéretes akciót, nem volt egy olyan durva falt, tehát vagy az lett volna, hogy megadja a gólt, nincs tízi, de nincs kiállítás se, max egy szóbeli figyelmeztetés, hogy a következő ilyennél már valószínűleg kapja a másodikat,
és azzal valószínűleg rosszabbul jött volna ki a Kecskemét, hiszen így kiállítás is lett, meg gól is, de ettől függetlenül szerintem ez egy hibás döntés volt, viszont hozzáteszem, hogy az előnyszabály csak adható. Tehát egy előnyszabályt soha nem kérhet számon a játékvezetőn, hiszen az egy opcionális dolog, a támadó futballt segíted vele, ha nem adtad meg, attól még ott te nem hibáztál, maximum az ellenőr rád írja, hogy hát itt adható lett volna egy, de az nem egy mérkőzés befolyásoló hiba, holott simán lehet egy ilyen helyzet belőle. Tehát kiállítás és gól szerintem nem lett volna, vagy az lett volna, hogy nincs kiállítás és gól van, vagy így, hogy van kiállítás és tízi van. Na és befejezve a gondolatot, utána meg a Kecskemét lett nagyon elemébe, a Zalaegerszeg zavarodott, meg lőttek kettőt, lehetett volna több is, és amit én nem értek, a Moniz ezt nyilatkozza, figyelem a Moniz nyilatkozatait, azért nem a kedvencem, bár nincs vele bajom, de hogy így azért oda szeretek szúrni neki, ha van valami, és hogy azt olvasom, hogy ő azt mondta, hogy hát őt nagyon megzavarta a csapatát a kiállítás, ők 10 emberrel már nem tudták a támadó fociukat játszani, és így összeomlottak. És ők ugyanezt eljátszották Újpesten is, ahol ugyanúgy a 40. perc végén emberhátrányba kerültek, tehát a 4 meccsből 2 emberhátrányba játszottak le, ugye nekik volt egy elhalasztottuk, és akkor nekik erre nincs játékuk, de úgy látszik, hogy nem is készülnek rá. Oké, 10 ember, szóval nekem ez furcsa volt, hogy miért kell attól összeszakadni, hogy 10 emberrel játszom, miért nincs arra egy játékuk. Na, ennyit szerettem volna. Hát igen, vagy akkor nem kell szabálytalankodni, nem? Hát, ja. Tehát, ha nincs erre megoldásod, akkor viszont oda kell figyelni, hogy ne állítsanak ki. Na mindegy, egyébként meglepő ez a kecskeméti szárnyalás, ami szerintem a következő meccsen abszolút meg fog szakadni, tehát szinte 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a Vidin jelent. Mi történik, ha nem? Semmi. Akkor majd kikap a következő. Szerintem egyébként, is. Egyébként szerintem ez ennyi, hogyha én is azt gondolom, hogy az első fél időben az Zalaegerszegnek jobban jön ez ki, akkor simán lerendezték volna már az első fél időben a meccset, aztán utána ugye a kiállítás után ez a tipikus, elhitték, hogy a Babis hús, a Kecskemét, és elkezdtek így futballozni, és akkor már tényleg minden bejött. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az én véleményem az, hogy sokáig nem fog tartani ez a szárnyalás már. Azt azért ezek után nehéz azt mondani, hogy kiesési gondjai lennének a Kecskemétnek, de nyilván bármi lehet. Szerintem lesz. A 12 csapatos. Én is azt érzem. Tehát... minden évben van egy ilyen csapat, aki bekezd. Most tavaly a Gyirmót is elég jól kezdett, előtte a Budafok milyen jól kezdett. Igen. A kiesésünk évében 3 győzelemmel kezdtünk, aztán kiestünk. Úgyhogy én még nem szállnék el ettől a Kecskeméttől, eddig ez nagyon jó, amit csináltak, de látva azért egy-két meccsüket, szerencse, nagyon nagy szerencse volt mellettük többször is, és ez a bunker foci azért mindig nem lesz eredményes. Lesz majd azért itt komoly hullámvölgy, és hogy akkor abból ki tudnak-e jönni megfelelő időben, az lesz majd a döntő momentum. Én még most is azt mondom, hogy ki fognak esni. Nem úgy, nem olyan simán, mint egy Kaposvár, tehát itt ilyen gyírmót effekt azért meg lesz, hogy megráncigálják azért a mezőny többi tagját, meg elég sok pontot elsipkednek, de én még most is őket tartom fix kiesőnek. Hát én mondom, hogy a harmadikok, de ez 2 győzelem. Tehát, hogy igazániból 2 győzelmük van, meg 3 döntetlenük. Mondjad, Domi? Nem, csak az, hogy én is néztem ezt a meccset, nem az egészet, de viszonylag sokat láttam belőle, és úgy bevillant, hogy tavasszal mi ugye Kecskeméten úgy kaptunk ki 3-2-re, hogy sírtam utána, hogy ezt hozni kellett volna. És igazából a keret sem nagyon másabb, és egyébként a futballjuk sem nagyon másabb, és ezek szerint itt is elegendő most még egy darabig. Úgyhogy hát valahogy elvitte, tehát én azt látom, hogy elvitte őket a lendület valahogy, itt most az elején, az biztos. A másik az, hogy szerintem az összes többi csapat kvázi elkönyvelte, hogy ők ki fognak esni, és néha így meglepődnek, amikor itt találkoznak az úton, hogy hát nem erről volt szó, vagy mit tudom, játékosok nem úgy vannak felkészítve. Pedig nem egy bonyolult futballt játszanak, az kétségtelen. Egyébként ez, szerintem az egész egy ilyen nagyon fura jelenség. Tehát jó az, hogy van egy ilyen, én szeretem, amikor vannak ilyenek az NBA-ben, és megmarad a bája ennek az egésznek, hogy lehet, hogy itt másnak is lehet, ha csak percekig valami villanásra megkapja. Tehát hogy valahogy nekem ez az edző is egy olyan fura, tehát hogy egy ilyen nagyon komikus, tehát egy karakter a maga komikusságával, és valahogy működteti ezt a rendszert. Úgyhogy nem tudom, mikor fog megszakadni. Én szerintem még lesz egy-két jó meccsük.
relatív eredményesébe biztosan. Az egész MB2-t ezzel a tipikus esélytelen nyugalmával nyomták végig, és ennek meg is volt az eredménye, és szerintem ugyanezt viszik az MB1-be is. Tehát hogy ez az esélytelenek nyugalma, és ilyenkor nincs a teher, megmerik csinálni, megmerik húzni, és ez viszi őket szerintem előre. Tehát, hogy én ennek tudom ezt az egészet. De persze ebbe benne vannak a pofonok. Nem gondolják magukat többnek, nem, mint amit. Nem, és ez ennyi is elég lehet. Tehát annyit látsz, hogy kimegy 90 percig futballoznak a legjobb tudásuk szerint, és kész. És ez elég arra, hogy letegyék a terhet az öltözőbe, ami egyébként sok csapatnak nem sikerül. Tehát, hogy mondjuk kimész egy Fradi ellen, és már a bevonulásnál elveszted a meccset. Itt ezt így a Kecskeméten ezt nem lehet észrevenni szerintem. Még az jutott eszembe egy zárásként, hogy azért azt ne felejtsük egy ilyen csapatnál, hogy nem véletlenül kezdenek mindig erősen, mert egyrészt viszi őket a lendület, hiszen feljutottak. Legtöbben ebből a csapatból is most játszanak először NB1-be, meg akarják magukat mutatni, ezért ez sem egy folyamatosan fenntartható állapot, és ami náluk megvan, az az állandóság, hogy ez a keret Kecskeméten is egybe van, és nem nagyon hallasz érkezőkről, távozókról, stb. Azért jellemzően a többi csapatnak meg még nincs meg egy kialakult kerete, átmenetibe van, és ha pár hónappal később találkozzanak a Kecskeméttel, már lehet, hogy vernék őket, most viszont még nem. Ennyi. Sőt, hát a Kecskemét az annyira egybe van a keret, hogy akit eligazoltunk, még azt is visszaküldtük, mert tök sportszerűek vagyunk velük, tehát hogy így nem akartuk ennyire megbontani az egységet, hogy még a Berényesit is visszaküldtük hozzájuk, de szerintem ennyi elég is erről a meccsre. A nézők szerint az 50%-uk szerint előbb-utóbb elfogynak és kiesnek, és 47% szerint simán bennmaradnak. Szóval ez elég szoros. Érdekes. Nagyon-nagyon kétesies, nehéz ezt megtippelni, mi lesz. Következő meccs, hát sajnos Bence nem tudott eljönni, ez volt a Fradi Honvéd, ami azért egy óriási nagy rangadó még mindig szerintem a magyar NB1-ben. Norbi, te ott voltál a meccsen? Az oldalvonal viszont ott volt a mérkőzésen. Az oldalvonal az minden meccsen ott van, egyébként nem tudom, láttad de már. Fura lenne anélkül, de halljuk, mit láttál. Na, szóval a mérkőzést nézve, ugye már a kezdő is eléggé jó volt a Fradinál, ugye Bolival, Traoréval abszolút lehetett látni egy támadó felfogást ezt a Fradinál, és ugye a mérkőzés képe is ezt mutatta. Azért a Honvéd megijesztett mindenkit az ülői úton, a 8. perc, 10. perc környékén azért meghűlt mindenkibe a vér, amikor egy ilyen kószölövés a felső lécsen csattant, és így Bogdán Ádám most csak itt szemlélt, hogy itt van tesó, hogy labda. De az ott tényleg, az ott meghüledeztek ott a népek. Aztán a Fradi átvette a kezdeményezést, és tényleg szappanos parádé következett a Honvéd kapujába. Erről majd Domi, bővebben. Tényleg jó védett Szappanos Péter ezen a mérkőzésen. Abszolút úgy láttam, hogy ő szabvédései. Volt egy olyan pillanat, amikor például Boli egy az egybe vitt, és Boli ahelyett, hogy előtte volna a hosszúra a labdát, belsővel, vagy rüsztel, vagy eltekeri bokából, helyette löbölni akarta a Szappanos fölött a labdát, a Szappanos gyönyörűen egy keresztben nyúlásra kitolta. Nagyon szép védés volt egyébként, de tényleg több szép védése is volt a Szappanos Péternek. Aztán a végén egy ilyen, nem is tudom, hogy mondjam nektek, egy ilyen végigment támadás, és pont jött a hosszú, a Traoré gyönyörűen előtte, ütemtelenül, pont láb között a Szappanos, nagyon szép gól volt. És ugye akkor mi nem tudtuk, hogy később itt azért egy történelmi dolog fog következni, már csak Traoré szempontjából is. Ugye a fél időben 1-0 fordultak, és a második fél időben jött egy ilyen szöglet, gyönyörűen fejelte be azt is a Traoré. Ugye akkor ott már 2-0 volt, és utána jött ez a harmadik gól. Szerintem látta a Csivics gólját, hogy itt a Semrok ellen, és ilyen pattogós labda volt, itt is pattogott a labda, és ellőtt a kapus mellett. 3-0, és Traoré élet első mesterhármasát meglőtte, ezt a Fradi színeiben tette meg. Ami érdekesség, hogy az idei NB1-ben ez már a második mesterhármas volt, amit láthattak a kedves nézők, mert ugye nem olyan régen, pontosan két fordulóval ezelőtt, ugye Varga Barnabás volt az első, aki mesterhármas szerzett, ugye pont a Honvéd ellen. Ott az egy kicsit több időbe telt, itt viszont, ha a játékidőt nézzük, a tiszta játékidőt, akkor ehhez a mesterhármashoz nem kellett több, mint 13-14 perc, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon szép teljesítmény. Traoré egyébként kimagaslik ebből a Fradiból, valami eszméletlen húzó ember lett ennek a Fradinak, ez az a Pali. A Mali támadó, nem az az Adama Traoré, valaki is nem tudja, ne keverjétek össze a kigyúrt flexelő Palival. Tehát de nem, tényleg rettentő szerény, hogy hozzááll a játékhoz minden, minden egyes góljánál ja, megköszöni az Istenének a gólt. Egy rettentő szimpatikus játékosnak tűnik, még úgy is, hogy
én nem vagyok egyáltalán a Ferencváros szimpatizáns, sőt, de azt látom, hogy ő annyira húzza ezt a Fradit, hogy ő jelenleg kihagyhatatlan ebből a Ferencvárosból. Tehát ő neki bárki lenne a posztriválisa, nem lehet kihagyni. Tehát azt hiszem 10 gólt rúgott eddig, mióta itt van, vagy 8-at, de van nagyon valami eszméletlen nagy számot a nemzetközi meccsekkel együtt, és én azt gondolom, hogy ő lehet például az a játékos, aki egy fekete ló lehet majd a nemzetköziben az ellenfelek számára, mert ha így tud játszani, ő meg tudja lepni az ellenfeleket, mert látszik, hogy van benne kvalitás, van benne minőség, és hát látszik, hogy a labda érzéke sem rossz. Tehát azért mondjuk meg, azért elég ügyesen kezeli a labdát. Egyébként ezután ugye volt egy kiállítás, a Vécsét kiállították, ahol mi ültünk, nem is tűnt, hogy hozzáért a kéz ahhoz a labdához, csak a labda pörgéséből lehetett látni, hogy volt valami kontakt. A Víró megvideózta kiállítani, és akkor Vécsé magyarázta, hogy én? Hogy én? Spori, hát nem! Az nagyon, nagyon komoly volt. És akkor odaállt a Zsoltér, és kihagyta a 11-est, tehát azért a fradisták nem felejtették el, hogy Sanyi kedvenc klubjában is focizott, és hogy megkapta a Lila K. Lila Turha, nem? Igen. Üdvözlést megkapta, és akkor szegényt sajnáltam egy picit egyébként, akkor kihagyta, és akkor elkezdte nézegetni a stoplisát, hogy hova szorult be a füme is stopli közé. Én nem sajnálom, fel kell verni a létfalát. Ne, hát az kellett volna, de egyébként Bogdán jól is érezte az irányt, tehát hogyha mi kapura is mész, Bogdán kitolja szerintem. Tehát ha mi ültünk, ott nem így, úgy tűnt. De hát a Honvéd 10 ember ellen sem ment igazán jól. Én azt láttam, a Fradinak több lehetősége volt. Topmák milyen szemtelen cselt megcsinálta Szappanossal szembe, az élmény szám volt, az nagyon szép, tényleg Topmák legszebb napjait idézte egyébként az a mozdulat. Aztán végül egy ilyen kósz a szabadrugásból szépített a Honvéd. Egyébként, ha a meccs teljes képét nézzük, azért a becsület gólért megdolgozott a Kispest így a végére. Én azt gondolom, hogy az úgy rendben volt. Tök jó létszámba jött el egyébként az Ultrász Kispest, majd, hogy nem 70%-ig megtöltötték a vendéget. Jó, sokat kellett utazni. Hát a szomszéd kerületből át kellett gurulni a BKV-val, de nem tényleg jó hangulatban szurkoltak. A Green Monsters is jól biztatta, a Fradit, a B-közép is jól szurkolt. Ilyen 8-10 ezer ember lehetett, de ilyen, tényleg egy ilyen nyárzáró, ilyen fiesta hangulat volt a mérkőzésen egész végig. Én azt gondolom, hogy itt a Fradinak a győzelme ugye a 20. perctől kezdődően nem igazán forgott veszélybe, simán hozta ezt a meccset a Fradi. Igazából ebből értékmérőből annyit lehet levenni, mint a Honvéd játékában. Én legalábbis láttam és megfigyeltem. Ez a Honvéd azért már jobban játszott, mint az a Honvéd, aki pár hete 4-es kapott a Fehérvártól, tehát a Videótontól. Ez már egy kicsit összeszerettebb volt. Ez a Honvéd jobban is játszott, például Ábidoka szerintem teli találat, hogy kezdetni kell a Honvédba, egyértelműen alapember kell, hogy legyen az albán játékos, abszolút jól játszik a Honvédba. Szappanos is jó volt, én úgy érzem, hogy Prenga is kezd beilleszkedni, szerintem egyre jobban kezdő is játszani a Honvédba. Csirkovics azért még egyre nekem egy kicsit kérdőjel. De hát Tamás Krisztián játéka, nem tudom, tehát alapvetően nem tartom egy rossz játékosnak, de ezen a mérkőzésen sem más nem láttam tőle, mint hogy fut. A labdában még alig ér. És amikor ér is, akkor sem van igazán jó beadása, nincs jó passza. Tehát egy ilyen futóbolondot láttam az ő személyében ezen a mérkőzésen, és nem tudtam hova rakni ezt, hogy most itt neki mi a terv. De egyébként, ami nekem még fura volt egyébként a Kispest játékában, az a szélső játék, hogy az kb. Nem is lett volna nagyon, csak az egyik oldalon, igazából bal oldalon. Enin, talán. Ő volt, aki próbálkozott, talán jól mondom a nevét, ő, mintha próbálkozott volna a Honvédnál. Egyébként tényleg ott a bal oldalon több veszélyes lehetősége is volt a Honvédnak, onnan lövöldöztek is egy párat, de összességében azt érzem, hogy a Honvéd egyáltalán nincsen kész, még kell igazolniuk, de viszont jobban néztek ki, mint a Vidi ellen. Tehát azért ez a Honvéd már nem volt annyira katasztrofális, mint ott akkor, ettől még nem lesz sokkal jobb a Honvéd nyilván, de viszont életjeleket adott magáról a Honvéd, aminek én mondjuk függetlenül attól, hogy nyilván nem szeretjük egymást, már csak a videótól a Honvéd barátságból adódóan, nem létező dolog. Tehát a Honvédnak minősége az NB1-ben, azért szükség van egy ilyen csapatra, és jó szurkolói bázissal vannak, mondom, a jó szurkolás durrantottak, hogy tényleg jó volt hallgatni a hazai mellett, egy igazi rangladó hangulat volt, és most ugye leigazolta a Honvéd a korábbi Sevilla játékos
Európa Liga győztes Jairo Sampaio, talán jól mondom a nevét. Ja, Sampaio. Most itt van előttem, megnyitottam, hogy... Jairo Sampaio. Az elmúlt két szezonban Málagában játszott, hát az utolsó szezonjában nem igazán nyújtott maradandót. Szerintem nem olyan rossz, egyébként a Honvédnak ő fog tudni segíteni, sőt, szerintem biztos fog tudni segíteni. Az a poszt, amin ő játszik, az a Honvédnál amúgy is egy olyan poszt, ahol elfér az erősítés. Minden esetre meglátjuk majd, hogy hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy a Honvéd nem volt annyira kilátástalan, de az Újpest elleni mérkőzés az mérvadó lesz csütörtökön, úgyhogy kíváncsian várom, hogy ott mit fog elérni a Kispest. Gratulálok a Ferencvárosnak, és leginkább Adama Traorénak, aki élete első mester 3-asát lőtte meg. Szerintem azért ez a legfontosabb tanulság a mérkőzésből. Köszönöm. Csak gyorsan erről az új srácról, erről a Sampaioról. 2011-től két évig a Racing Santanderbe játszott, Santanderbe 63 meccs, 12 gól, aztán 13-14 között a Sevillába 25 meccs, 4 gól, aztán 14-től 17-ig a Mainzba, a Bundesligába 72 meccs, 11 gól, aztán egy év Las Palmas 18-ba 11 meccs, 0 gól, 18 és 20 között a Hamburgba, ez még a Bundesliga 1-es Hamburg, 16 meccs, 1 gól, és végül az utolsó 3 évébe 20-22 között Malagába 52 meccsen mindössze 1 gól, és spanyol U20-as és U21-es válogatott 6 meccs, 2 gól, szóval azért nem nagyon jönnek ilyen játékosok ide hozzánk, azt gondolom, és ő még ráadásul 29 éves, szóval nem 30 feletti, van még benne, kíváncsi leszek, mit fog tudni. Hát egy valamit megállapítatunk, hogy akkor nem egy gólzsák. Viszont ami nekem ilyenkor mindig gyanús, hogy egy 29 éves játékos miért tesznek ki, aki utána az NB1-ben. Egyébként szerintem Kodró ugyanilyen kaliberű igazolás volt, tehát azért ő is egy La Ligából jött, és azért őt én ismertem jobban is már előéletét, úgyhogy azért előfordulnak ilyen igazolások szerintem. Jó, hát ha legközelebb itt lesz Bence, akkor kicsit többet is tudom majd beszélni a Fradiról, köztorbi, és hát akkor... Köszönöm szépen, hogy meghallgatottok. Ettől függetlenül, hajrá videóton. Ugorhatunk az igazi futballra, ahol tényleg csont a csonttal találkozik, koponya a koponyával, ahol férfiak harcolnak egymással. Eto, Tisza, Kécske, Domi, mesélj erről nekünk, hogy mi történt itt ezen a... Hát ez egy ilyen erősen közepes NB2-es mérkőzés volt, ahol játszott egy nem túl erős csapat, egy kicsit erősebben, az utóbbi volt az Eto. Előzetesen nem nagyon tudtam hova tenni ezt, hogy mi lesz ebből a meccsből. Ugye a tabellán úgy indultunk neki, hogy pont egymás után volt a két csapat. És akkor ugye néztem az ellenfelet, és akkor ugye ilyen neveket olvastam benne, mint Horváth Zoltán, ugye, aki szintén volt az Etóban, volt az Amosnyi, meg a Pongrácz Viktor, aki viszont kimondott a Netó nevelés, csak hát ugye ő is ilyen kallódó típus azon a ominózus nem tudom hányos világbajnokságon, ahol a Mervó Bence lett a gólkirály, ugye ott a Pongrácz is játszott, de nem futotta ki ő sem messze azt, amit szeretett volna, vagy akart volna. Na, szóval a meccs az úgy indult, hogy az első fél időben megint kicsit úgy mi irányítottuk a játékot, de különösebben most az a tempó, amit mondjuk a Szeged ellen én tapasztaltam, vagy valamit, és írogattam is, meg mondogattam is, hogy ugye egy szemtelenül fiatal csapatunk van most. Tehát a kezdőben volt két 20 éves, a Vitális, meg a Pap Milán, és akkor ott volt a Benson Leitner, aki 18 éves, meg a Csinger Márka, aki még 19, és akkor voltak még 22 évesek, meg nem is tudom, kicsoda, ugye a Kis Máté volt, aki kvázi a kezdőben volt ilyen nagyon kakukk tojása maga 31 évével. És úgy nyomtunk, azért pressingnek nem nevezném azt, amit csináltunk, még helyzeteink is voltak a második fél, az első félnek a második felébe, de nem igazán volt veszélyes az egész, úgyhogy egy ilyen kicsit ilyen nyomi hangulatban vártuk a második játékrészt. Annyi vicceskedés volt egyébként, hogy az első fél idő közepén, ugye aki járt a Győri stadionba, az tudja, hogy ugye van egy folyosó, amiről ugye lefele van az alsó lejátó rész, és akkor lépcsőn fölmesszük, ugye fölötte van a felső lejátó rész, és ott a büfé magasságában így a 20. percben megszólalt a riasztó. De úgy, hogy ugye zengett az egész stadion, hogy valami riasztó volt, és ugye nagyon érdekes tanulmány volt, hogy
hogy így mindenki nézett, hogy mi van, de úgy senki nem vette komolyan, hogy most itt valami komoly probléma lenne. Én arra figyeltem, hogy egyébként a mi történik ekkor a pályán, a bíró sem nagyon foglalkozott vele, a biztonságiak is ugye álltak ugyanúgy, mint szoktak. Annyi volt, hogy az eredményjelző alatt ugye ott ilyen gépház van, és ott vannak vécék, és van egy ajtó, ami nekem így nagyon misztikus, hogy ott van egy ajtó, és abból egyszer csak kijött egy nő, aki láthatóan volt egy ilyen beléptető valami, így kijött az ajtón, és így elszaladt. És akkor azon gondoltam, hogy lehet, hogy ő az egyetlen, aki tudja, hogy ez valós veszély, és mindig fog meghalni, és ő az egyetlen túlélő. Aztán így ilyen 3-4 percig ment ez a csörgés, és utána vége lett, és utána mintha mi sem történt volna. A meccs, magát a meccset ez különösebben nem zavarta meg. Tehát ettől nem lett se jobb, se rosszabb a meccs. A játékosok is ilyen nem tudom, sztoikus nyugalommal fogadták. Aztán a második félidő elején hirtelen, viszont gyorsan, hogy gólt rúgott az Eto'o, és ott értettem meg, amit egyébként az első félidő alapján nem, hogy a múltkori kezdőhöz képest például ugye Tuboly Máté nem játszott, 17 éves Tuboly Máté, és az ő helyén játszott a Kis Máté, hogy mi az Úristent játszik még Kis Máté ebbe a csapatba, mert neki egyébként, hogyha az egész meccseket nézed, akkor azt látod, hogy ilyen kurva nagy alibi. Tehát, hogy nyilván ez a 30 évnek a rutinja, tehát mindig, tehát olyan hasznosnak tűnik, de semmit nem látsz, hogy hozzátesz a játékhoz. Aztán ilyenkor mindig kiderül, hogy egyébként neki elég jó a rúgó technikája. Tehát egy olyan szögletet rúgott be, ahogy tanítják. Tehát erőből ötös vonalra kb. Az más kérdés, hogy a Tisza kécskéjék azok így nézték, hogy a Pap Milán nevű jobb védőnk, belső védőnk, az így gyakorlatilag a 16-os vonalra így berobban és befejeli. És hát akkor ez úgy fejlemény, és akkor a második fél időben egyébként már nem voltunk annyira dominánsak, mert ugye ez megint egy jó kérdés, hogy rúg egy csapat egy gólt, és akkor ugye a közönség nálunk nem az a típus, aki űzi hajtja a csapatot, hanem amikor így gólt rúgunk, akkor így egymásra találunk, és akkor van 3 jó perc, és akkor szurkolás, hogy fú, de jó. Ez nem történik semmi, akkor így elcsendesedik mindenki. És ezt a 3-4 percet, meg az utána következő 5-öt, azt valamilyen nem használja a csapat, tehát így visszamegyünk ilyen apátiába, tehát hogy nem történt semmi, és ez az a pillanat, amikor mindig az ellenfél ugye hirtelen úgy észbe kap, hogy hát valamit kéne tenni. És akkor mindig az, hogy a vezető gólból miért nem kovácsolunk előnyt, meg előnyt, hanem hogy inkább egy magunkra húzzuk az ellenfelet. Na aztán ilyenkor mindig szerencsés, hogyha egy olyan ellenfélet találkozunk, aki nem túl erős, és nem tudja magát úgy felpörgetni, hogy kéne, úgyhogy nagyon nagy veszély nem volt annak, hogy ebből itten egyenlítés lesz. Aztán a vége fele meg ugye megrúgtuk azt a második gólt, ami mindenkit végképp megnyugtatott, és ugye itt emelném be Kovács Istvánt a képbe, aki ugye a név volt az igazolási időszakban, hogy majd akit felmutathatták, hogy na, hát azért komolyan gondoljuk, hogy itt komoly futballistákat is idehozunk. Ugye szegénynek eddig nem sok jutott, mert összesen egy a Szeged ellen játszott egy keveset, aztán megbetegedett, úgyhogy nem tudott most az előző két meccsen, három meccsen nem tudott játszani. Most ellenben beállt ugye 77. perc környékén, és gyakorlatilag az első érintéséből gólt rúgott. Hozzá kell tenni, hogy ezt a szintén csereként már a pályán lévő Tuboynak volt egy fantasztikus ilyen kígyózása, és akkor visszahúzta a rövid sarokra, mint 16-os vonaláról, és az ellenfélnek a kapusa az szerintem valami földön túli bravúrral azért ezt ki tudta kaparni, de ugye visszafele jött a labda, és akkor a 30 éves Kovács István a minden rutinját összeszedve pont jó helyen állt, és akkor simán berúgta a fekvő kapus mellett fölött. Úgyhogy ez egy tükörsima mérkőzés volt, amiből azért annyira nagy tanulságot nem vonnék le. Tehát ez tipikusan az, amit úgy el kell rakni, jó 3 pont királyság. Ugye itt is most akkor jöttek ezek a matekosok, ugye kezdődik a suli, jönnek a matekosok, hogy most gyakorlatilag 3 pontra vagyunk a feljutó helytől, érted? 6 forduló ment a 38-ból, 3 pontra vagyunk, úgyhogy egyébként a mezőny rohadtul nem szakadt még szét, tehát nem is tudott volna még szétszakadni, de egyébként sem szakadt szét. Úgyhogy már vannak az álmodozók megint. Úgyhogy egy kellemes időben, ugye benne volt, hogy nyolc, itt is az OMS itt is valamit elcseszett, pontosabban szerintem itt a időkép, mert a fél időre 84%-os esőt jósoltak, de hát ebből itt se lett semmi. Úgyhogy egy ilyen teljesen jó időjárási viszonyok között, egy teljesen semmilyen meccset sikerült megtekintenünk. Egyébként annyi volt még a poénos rész, hogy a játékvezető, akit
mint kiderült utána, hogy ez pont amikor Ádám járt nálunk tavasszal, akkor ugyanez a bíró volt, de valahogy akkor nem szúrtam ki, ez a Zimmermann Mário, már eleve a neve is olyan kis mókás. Ez úgy néz ki, mint Collina, tehát Collina volt a bíró. A tiszakécskei kapuba állt ez a Halasi Péter nevű fickó, aki szintén rutinos, egyébként egy nagyon jó felépítésű kapus. Láttam, hogy a Honvédnál is, mert nem akarok hülyeséget mondani, hanem Vidinél is volt a padon még NB1-be, de a Vácnak a legendája, ő meg úgy nézett ki, mint Abbiati, úgyhogy teljesen ilyen, mit tudom én, 10 évvel ezelőtti, vagy 15 évvel ezelőtti szériá. És ezt spékelte meg egyébként a tiszakécske, hogy a második félidőben behoztak egy csávót, akit utána meg kellett nézni, hogy nyilván ezzel nem vagyok napra kész ebből, az egy felcsúti kölcsönjátékos volt, Kis Norbert, az meg úgy nézett ki, mint Holland, legalábbis felépítésre és hajra, hát a játék azért nem volt ott, úgyhogy ilyen tök nemzetközi volt így, hogyha így kicsit így levettem a szemüveget, és így homályosan néztem az egészet, akkor lehetett egy ilyen egész komoly top bajnokság meccse is. Úgyhogy most egyelőre ennyi. Ugye a kapust akartam még emlegetni, hogy én itt ugye Kovácsikot már megénekeltük a mai műsorban, ugye ő sérült, tehát ő is az első három meccset levédte, azóta nem véd. Úgyhogy az általam egyébként nagyon sajnált Fagyas Tamás véd azóta is, aki ugye a tavalyi szezont végignyomta. És ez volt az első meccse, ahol a dolga is volt, és egyébként ügyes volt, tehát ez úgy néz ki, hogy ez a helyzet nem nyomta agyon, hogy akkor most őt egy kicsit így háttérbe szorították. Mizu a Bacsa, úgy láttam, hogy a Zoli óriási kedvence, ha jól tudom, pár percre volt tőle, hogy a bal vállára tetováltassa a 2014-es kupadöntős gól örömét. Szóval, hogy a Bacsa nem játszik egy percet se, a Babati csere, Kiskokó csere, oké, ott mondtad, ő beteg volt. Hát vele. Igen, a Kokó az most ugye speciális, tehát az, hogy ő most csere volt, az kevésbé jelent bármit. Én szerintem a Bacsa az most már ilyen nagyon kiegészítő játékos lesz, hogyha csak nem fogjuk elpasszolni. Szerintem abban a koncepcióban, ami nekünk van, hogy ezeket a fiatalokat játszassuk, abban egyszerűen neki nincs helye. Tehát olyan szinten nincs, hogy ebbe a koncepcióban már Pristin Tamásnak is viszonylag kevés helye van. Ha meg neki nincs, akkor meg Bacsa miatt dolgot keres itt. Tehát, hogy Bacsa ugye a tavalyi szezonban is, ami látszik, hogy tehát ő azért nagyon lassú. Ezt, aki többet látta, mondjuk már, tehát én nekem bántóan lassú az ő mozgása, játéka, és ez most, nem azt mondom, hogy most én marha nagy izék vagyunk, én rohangálok, de a fiatalok között ez még sokkal jobban látszik. Tehát én szerintem ő most így gyűjtögetni fogja a padozásokat. A Babati az megint más kérdés, ugye ott az az érdekes, hogy ugye most a Vitális kezdett, és a Vitálist hozta le szünetbe. Ugye nekünk a Vitális az égkő, meg a reménységünk, amit ugye kvázi lerabolt a DAC tőlük, mert elvitték, és akkor most visszaadták kölcsönbe. És nem tudom, hogy itt ez, tehát az ő helyzete is egy ilyen nagyon kérdéses, hogy tényleg komolyan számol vele a DAC majd, és akkor most mit tudom én, télig még itt tartják, és akkor majd elviszik oda, és akkor nem fog játszani, vagy nyárig itt fog játszogatni, de most valahogy, mint hogyha jegelnék. Egyébként a srácnak a fejében sem minden van rendben. Tehát szerintem ezt a helyzetet, hogy ő most akkor így elkerült a DAC-hoz, és akkor most kvázi egy első ligás csapatnak az igazolt játékosa, ezt nem úgy tűnik, hogy ezt így egyszerűen feldolgozta volna. Az hozzátartozik egyébként, hogy általában ennek a flick-flacknak az volt az értelme, hogy egyébként őt nagyon sokan el akarták innen vinni, és akkor így sikerült így házon belül tartani, hogy most akkor őt is le van nyugtatva, nyilván az új szerződésre más kondíciókkal játszik, de gyakorlatilag ugyanazt csinálja, mint eddig. Úgyhogy a Babati is, hát én szerintem akár a Kovács, akár a Babati, tehát nem vagyok benne biztos, hogy ők standardén kezdőjátékosok lesznek, hanem majd beszállnak egy félidőre vagy valami, és akkor így segítenek. Ez elég luxusnak tűnik így ők azért. Hát, egy osztálya fejette is többet, jó, Kovács már nem játszott annyit, meg Babati se, hát nem tudom, én többet vártam, akkor azt hittem, hogy... Jó, hát mondom, itt is azért még rövid idő telt el, tehát ez csak egy gondolat bennem, mert azért látszik, hogy akár a Kis Máté is, tehát hogy most ugye mondom, a Tuboly helyett játszott a Kis Máté, és hogy nem azért játszott a Tuboly helyett a Kis Máté, mert Tuboly nem tudott játszani, hanem mert most valamiért ő játszott. Tehát azért úgy látszik, hogy azért valamennyire próbálja ezeket az idősebb, tehát nagyon fiatal a csapat egyik fele, de hogy azért ne legyen mindenki ilyen eszetlen. Mert az látszik, hogy akár meccsen belül, akár fordulókon átívelve elég nagy a hullámzás, tehát az a korból fakadó hullámzás, tehát ezért mindenképpen most az előbbi mondataimnak ellentmondva
lehet, hogy nagyobb szerepeket kapnak. Mm. Ők is. Ugye Priskin is egy érdekes, mert ő most a padon se volt, tehát ő is lehet, hogy most valami más. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy ő nem volt a padon, az minimum az, hogy sérült, vagy erről nem nagyon voltak hírek. De hát majd lehet, 50-es után feladjátok ezt a gyors, fiatalos focit, és akkor majd bocsánat is lesz. Hát te őt Norbi elfogad, vagy Norbi Zoli őt elfogadnád a múltra való tekintettel egyből, nem Diós Győrbe? Hát múltból nem lehet megélni. Teljesítménnyel lehet csak bekerülni ebbe a patinás csapatba. Hát hiszen nálatok teljesítmény alapú szerződések vannak. Így van, bizony. Mint tudjuk. Bizony, és hogyha már így elő is hoztuk ezt, akkor szerintem mehetünk is a következő mérkőzésre a Diós Győr Kazinc Barcika. Hát Tamás nem mert eljönni a műsorba ezután a mérkőzés után, de abszolút meg is értem. Nem megbántva a Norbi Szavét, nem megbántva a Kazinc Barcika szurkókat és a csapatát, hát a csapatukat a lepkefinggal tudnám azonosítani, de nem megbántva őket tényleg, tehát hogy annyira harmatos és gyenge teljesítményt nyújtottak, hogy nem is értem, hogy hogy állnak ott, ahol. De hát ne szaladjunk ennyire előre, azért ugye hét elején volt egy sokakat meglepő, mindenkit meglepő edzőváltásunk, ugye? Mi tudtuk, hogy van egy ilyen ultimátum Vukmir felé, hogy 3 meccs 7 pont, ebből a 3 meccs 6 pontot tudtunk szerezni, és a pécsi meccset ugye azért nem lehet értékelni, tehát az annyira fel volt borulva az a mérkőzés, minden máshogy történt, ahogy el lett tervezve, mindegy, nem sikerült pontot szerezni, és hát hétfőn be is jelentették, hogy akkor Vukmirnak a díj, azért ezen én meglepültem, nem tudom, emlékeztek-e, én a szezon elején azt mondtam, hogy Vukmirt a szezonban nem fogják elküldeni, mert hogy most tényleg itt van az új edző, mindenkivel megmozgattunk érte, és most akkor adnak neki bizalmat, meg benne van az is, hogy nem fog menni, és akkor majd viszont jövőre menni fog, hát nem volt ebben benne semmi. Olyan gyorsan elküldték, ahogy idehozták, persze hát akkor mondták, hogy mekkora jó edző, meg minden, most már ezeket azért nem nyilatkozták. És Zoli, bárki feltette a kezét utána a sajtótájékoztatón? Persze. Vagy, tehát hogy bocs, igen, egyszer olvastam azt, hogy nem volt a legszerencsésebb az évközbeni edzőváltás, ez még a tavalyi feljutás elmaradása után volt, de hogy elviszi ilyenkor a baj, vagy elvitte igen, bárki igen, a baj? Igen. Hát ugye volt egy sajtótájékoztató, ahova minket nem hívtak szokás szerint, és akkor ott van egy ilyen pódium, ahova ugye bejelentették, hogy a Vukmirt elküldik, és akkor oda rögtön felszaladt Bence és Miklós, elkapta a mikrofont, és mondta, hogy hát ez abszolút az ő sara, hogy bocsássanak meg neki a szurkók, de akkor kitépte a kezéből a mikrofon Sánta Gergely, a DVTK elnöke, és hisztízve üvöltötte a mikrofonból, hogy ez az ő hibája, és hogy ne Bencést bántsuk, hanem tényleg rádobáljuk a szart, és szinte be se tudta fejezni a mondandóját, amikor Bajusz Endre elvetett a mikrofont, és mondta, hogy nem, ez az én hibám, engem ostorozatok, akkor még Magyar Mátyás jött, de a fájdalomon múrancián pont rendelés volt, úgyhogy ő csak egy üzenetet tudott küldeni, hogy igazániból ez az ő hibája volt, de hogy is lófasz, tehát senki nem volt hibás, Vukmir volt a hibás, kész. Tehát én meg is írtam az egyik ilyen beharangozomból, hogy itt mindig van, akit előre tolnak. Tehát mindig van egy áldozat, akit előre lehet tolni, és akkor mi pont nem voltunk hibások, de ő nagyon, mindegy. Szóval én nem volt a Vukmir nagyon nekem kedvencem, már az átigazolása, az a folyamat, ami akkor volt, akkor én azt gondoltam, hogy az a Diós Győriség szembeköpése volt az egész folyamat, és emiatt én nem is tudtam ezt neki sem megbocsájtani, meg senkinek, aki idehozta, de azt azért be kell vallani, hogy az utóbbi 2 meccsen már láttam valami fejlődést játékba is, hozzáállásba is, erőnlétbe is. Ezért nekem meglepetés volt, hogy elküldték, viszont azt mondtam, hogy legalább következetesek voltak. Tehát, hogyha megmondták, hogy 3 meccs 7 pont, és 3 meccs 6 pont lett, akkor jó, akkor beváltjuk a szavunkat, és elküldjük. Ugye még van idő igazolni, és hát úgy bejelentették, vagy hát nem jelentették be, ment a nagy találgatás itt a médiába, hogy ki lesz az új edző, és hát. Milyen meglepő, az amigélekén.hu írta ki először, hogy ki lesz az edző. Nagyon tetszett, hogy például az NSO úgy emlékezett meg erről, hogy ők úgy hallották, hogy Kuznyecov lesz az edző. Véletlenül se inkább húgyoznak a konnektorban, mint hogy leírják, hogy lopták az infót bárkitől is. Egyébként az összes többi sajtóorgánum nagyon korrekt módon leírta, hogy az amigélekén írta ki. De ez azért is szokott lenni, hogy annyira hihetetlen volt ez a sztori, hogy nem merték felvállalni azt, hogy ez az ő információjuk, úgy ilyenkor jó.
jó ezt ránkenni. Na mindegy. És ti honnan tudtátok, Zoli, hát belsős infót csöpögtetni? Majd nektek elmondom, hogy honnan tudtam, honnan tudtuk, de ezt azért nem verem nyilvánosságra, mert azért ezek olyan infók, ami... Mert ilyenkor szokott jönni, hogy látták a kávézóba, és a szomszédasztalnál ült, nem, meg a búzatéren leszállt a buszról, úgyhogy... Hát ez olyan, mint ahogy mondták, hogy Szivics nincs is, nem is volt képbe, meg minden, de vasárnap csak ott volt Pécsen, élőben nézte a meccsünket, tehát hogy lehet mondani ilyenkor már sok mindent, meg nyilván azért ezek a megbeszélések párhuzamosan is mennek, sikerül megegyezni, nem sikerül megegyezni, sok mindenem múlik az, hogy mikor lehet egyértelműen kijelenteni azt, hogy na egy darab játékos leigazoltunk, vagy egy edzőt leigazoltunk, de ez abszolút tuti infó volt, ezt mi ki is raktuk, hitetlenkedve fogadtuk mi is, meg mindenki, de mégiscsak ez történt, hogy ugye a Szergej Kuznyecov lett a Diósgyar vezetőedzője, akinek ugye a neve azért azoknak az embereknek, akik követik a futballt, nem ismeretlen, védesapja is játszott Magyarországon, ő is kettős állampolgár, egész jól beszél magyarul is, és hát megvolt a bemutatkozó sajtótájékoztatója, ahol szintén nem hívtak minket, de hát ugye ezzel miért kéne meglepődni, és ott nekem nagyon korrekt volt, amit így elmondott, és nekem egy kicsit ilyen boldog feelingem volt. Tehát hogy úgy tűnt, hogy a Pali így tudja, hogy mit akar, így képben van a dolgokkal, nem beszél nagyon mellé, és hogyha már valaki nem beszél mellé, azt már ugye szurkók azért szokták kedvelni. Tehát, hogy akkor már meg van egy ilyen attitűd, egy ilyen pozitív antré, hogy azt mondod, hogy na, legalább ez ott már elmondta, hogy mi van, meg minden. És ugye csak a csetre is jött be közbe, ugyanez, amit te írsz, kurva nagy potenciál van Kuznyecovban, talán boldog volt, hasonlóan szimpatikus. Hát ez másnál is így csapódott abszolút, le abszolút, abszolút. Azért nagyon érdekes egyébként, mert mondom, tehát itt utaltam rá, nálunk képbe volt ő a nyáron, és még eleinte úgy tűnt, hogy Carrió menesztése után őt fogják kinevezni, és nagyon a semmiből meg hirtelen jött Janeiro. Én nem örültem volna Kuznyecovnak, meg most sem örültem volna, mert féltem, hogyha mondjuk Janeiro alatt megint ogapad, akkor előveszik. Nem tudom miért, nincs még edzői tapasztalata, vezetőedzői tapasztalata. Igen, igen. Rizikós, nekünk rizikósabb lett volna, mint a Diósgyőrnek, ez kicsit olyasmi, mint mi Huszti valamit próbálkoztunk. Jól is elsülhet nálatok egyébként, ez tény. Meglátjuk. Aztán lehet, hogy majd sajnálni fogom, hogy nem őt választottuk. Ez olyan dolog, hogy én ültem, amikor már én tudtam az infót, akkor ültem, és így azon gondolkoztam, hogy de gyerekek, most komolyan van egy Diósgyőr. Feljutás, tagarom. Ki a francnak jut eszébe, hogy olyan edzőt hozzunk, aki még soha nem volt sehol edző. Nem? Tehát, hogy ilyenkor gondolom, hogy így érkeznek azért a jelentkezők, önéletrajzok, menedzserek, minden így. Tehát, hogy beajánlasz, vagy ideajánlasz egy olyan edzőt, aki még sehol nem volt sehol vezetőedző, de ugye megkaptuk a választ, ő felcsúton tevékenykedett az utóbbi időben, és hát mivel mi elég sokat igazolgatunk felcsútról, meg van oda ilyen kapcsolatunk felcsútra, hát azt kell, hogy mondjam, hogy így azért kikristályosodott, hogy hogy is került ő ide. És hát én is azt mondom, amit Balázs tett, hogy még akár jól is elsülhet. Nem, én azt mondtam, hogy most annak kell szurkolni, hogy így neki jól elsüljön ez az első edzősége, mert akkor az nekünk majd jó lesz. Tehát, na mindegy, látta az összes meccsünket, azt mondta, hogy oly, képben van a csapattal, tattara, azt hallottuk, hogy két edzés volt naponta, ez alatt a három nap alatt, hogy megismerje őket, minden. És hát a Kazinc Barcika, ami ugye megyei rangadó, ezt szokták így rákazgatni, már én ezt így nem nagyon érzem megyei rangadónak, mindegy. Jött a Barcika, és hát nézzük ki a kezdő, és hát akár nézem, látta az összes meccset, képbe van, kezdő, Koman Vladimir. Akkor mondom, hát akkor hogy látta az összes meccset? Hát nem látta, hogy ez a Pali nem csinált eddig semmit. Úgyhogy hát ott egyből így lefőttem a lelátón, meg azért megnéztem a védelmünket, hát a védelmünk az úgy volt, hogy Csirmaz, Vicián, Bárdos, Bokros. Hát nem tudom, annyira biztos nem vagytok képbe a Diósgyőrrel, de hát ez nem az a védelem, amit így kiküldenél bármilyen meccsre is. Na, amit fontos megjegyeznem, hogy ez a Csirmaz, ez felcsútról érkezett hozzánk, és egész egyszerűen nem tudom elképzelni, ki az, aki bátorított arra, hogy a futballal foglalkozzon. Hát, hogy így még a se a testalkata, se a tudása, szerintem semmilyen nincs meg ahhoz, hogy ő futballista legyen. Pénzes apukája van? Nem tudom. Nem szeretek így játékosokat kispécizni, meg így nagyon kritizálni, de én csak így néztem így, hogy mit keres ez a pályán, ez a Pali?
hogy itt semmi nem ült, amit csinált. Na mindegy. Szóval teljesen meglepő volt a kezdőnk, végre könyves a kezdőbe volt, ugye ő el volt tűnve hetekig, és ugye az volt, hogy hát neki volt egy részleges izomszakadása, de nem vették észre, ugye van egy fájdalom ambulancián, de ezt azért nem veszük észre, hogy egy játékosunk részleges izomszakadása játszik, mindegy, nem vagyunk mindenbe profik. És hát végre kezdő volt, na hát ő aztán meg is sérült a mérkőzésen online-nak hava, tehát azt lehetett látni, hogy ő nem fogja folytatni, és azt még nem is tudjuk, hogy mennyi lesz a kihagyás, nagy valószínűséggel rásérült erre a sérülésre. És hát ami nekem meglepetés volt, az, hogy ez a Barcika, ez nem nagyon akart futballozni. Tehát, hogy ott voltak Diós Győrre, egész szép számmal voltak vendégszurkolók is, és én itt semmit nem láttam tőlük. Semmit. Amire azt mondtam, hogy ez azért szép volt, vagy akármi. Tehát nekem úgy mond ez a Barcika nagyon leszerepelt. Én sokkal többet vártam tőlük ahhoz képest, ahogy a tabellán állnak. Mi azért elég kezdeményezők voltunk, szerintem nem játszottunk rosszul, voltak helyzeteink, és még Koman is aránylag oda tette magát. Most egy kicsit olyan rajta volt, egy könyvesen volt a csapatkapitányi szalag, aztán ugye átkerült Komanra, ott megint átfordult a fejembe az, hogy akár én is kaphatnám, mert én már sokkal több meccsen voltam, mint ők. De mindegy, hát úgy látszik, ez a csapatkapitányi karszalag, ez most nagyon keresi a gazdáját, de valahogy nem akarja kiforni magát, hogy ki legyen, de egyébként Koman határozottan ilyen vezérként futballozott, kicsit olyan volt, mint a szegény ember dzsúdzsákja. Tehát, hogy így középen próbált így szervezgetni, osztogatni a labdát, meg minden, és hát ne vitassuk el azt, hogy a gólt ő szerezte. Hogy azért egy távoli bomba véletlenül csak beakadt, egyébként szerintem voltak helyzeteink, a kapus szépeket fogott, az ellenfél kapusa, hogy is hívják, mondjad már Balázs, hogy Megyeri. Hívják? Megyeri, hogy hívják a kapusotokat, tehát Megyeri, náluk is Megyeri védett. De a gólba benne volt Zoli, nem? Szerintem ott, figyelj, én azt néztem, álltam, mellé rakta a kezét igazából. Mögött állt, ami épp hogy befért egyébként, tehát elvetődött, és én azt is gondoltam, hogy ki fogja fogni. Az tényleg, hogy a lábak között jött a labda, tehát mi sem nagyon láttuk, hogy fog ez elsülni. Nem tudom igazán megítélni, hogy kapus hiba volt, vagy nem. Én pont láttam a gólt, én nem adnám a kapusnak. Szerintem nem tudta elérni. Egyszer annyira szélre ment, és szerintem én azt gondolom, hogy... Nem az volt, hogy ő nyúlt érte, és ott van a labda, és nem érje, hanem nyúlt érte, ez a labda, ez a kezem, és ő alányult. Az lehet. Tehát, hogy mellé nyúlt igazából, meg volt a távolság. Mondom én? Én is megnéztem, és nem akarok hülyeséget mondani, de úgy tűnt, hogy ahogy megy így a labda, ott mintha egy pattant volna még ott az ötös környékén, tehát lapos volt, de mégis volt benne, mint egy picit még megemelkedett volna, és lehet, hogy ezért van az, hogy a kéz fölött ment be, hogy ő ezt így már nem tudta vissza, nem emelte föl, mert ő nézte, hogy akkor szkármű oda lejön a sarokra, és icipicit ment följébb talán. De érdekes volt, bocs, csak annyit, hogy ugye több helyre is olvastam, hogy hú, mekkora gól, és nagyon nagy várakozás, de azt olvastam valahol, és nagyon nagy várakozásokkal néztem meg a kis videót, és nem igazán értettem, hogy ebben milyen nagy gól, tehát nem. Szerintem az Komas értett, hogy az hogy megy be, szerintem ő ezt így ellőtte, még csak erős lövése volt. Tehát ez még Iránból sem ment volna be, szerintem. Tehát, hogy így bepattogott nagy nehezen, de mindegy gólnak gól volt, akkor így felrobbant a stadion. Egyébként több mint 5000-en voltak ezen a meccsen, azt azért megjegyezném, hogy azt hiszem, hogy a Fradi meccsen voltak csak többen, az NB1-et és az NB2-t is nézve. Tehát az mindenképpen egy jó létszám volt ahhoz képest. Én is nem tudom, hogy minek tudható ez be most az edzőcserének, vagy annak, hogy a Barcika volt az ellenfél. Nem igazán tudom, szerintem a szurkolás is egész jó volt a hangulat. A stadionban egyébként nagyon jó, mert hogy ugye itt nálunk megy ez a borsod piros-fehér, ugye ezt elkezdtük NB1-be, mert hogy ugye a mezőköves volt a nagy rivális, és sorra kiszoktunk mindig tőle. De most ugye itt van a Barcika, hogy akkor most megint nyomtuk ez a borsod piros-fehér, és a klub kitette ezután az óriási nagy győzelem után ezt a szlogent, meg egy képet, hogy a borsod piros-fehér, és akkor láttam egy kommentet, hogy valami ultra srác oda kommentolja, hogy kicsit vegyetek már vissza, mert hogy ez csak az NB2, meg hogy hát, hogy az NB1-ben is van még egy borsodi csapat, azt kéne lenyomni. Igazán az lenne a mi pályánk, de most úgy érzem egy kicsit így, hogy így a szurkolók is valahogy így volt ez a győzelem, és hogy így nagyon nagy lett a hurrá optimizmus. Nem tudom mire, hát a Barcikát vertük el 1-0 itthon, tehát, és még csak nem is azt mondom, hogy ezért, hogy kóparádét rendeztünk,
vagy hogy brilliánsan játszottunk. Én azt gondolom egyébként, hogy azért voltunk egy kicsit így tompábbak, mert meg voltak hajtva ezek a srácok most. Legalábbis remélem és bízom, hogy tényleg, abban, hogy tényleg ez volt. És hát, bocsánat gyerekek, az allergiám, nem hagy nyugodni. Szóval, hogy lesz ez még jobb is, hogy tényleg majd a még jobb kondi fognak majd kapni. De mondom, ez a Kuznyecov, ez abszolút profinak tűnik egyenlőre, a nyilatkozata is. Úgyhogy várom a következő meccset. Azért az mindenképpen vízválasztó lesz, hiszen a Gyirmóta játszunk majd idegenbe legközelebb, aztán meg az MTK-val itt van. Tehát, hogy itt fog eldőlni majd, hogy milyen erőt is tudunk képviselni. Mondanék hasonlatot, hogy itt fog majd elválni a mi a mitől, de mindegy, igazándiból ez lényegtelen. Úgyhogy hát nem maradt más hátra, mint hogy szurkolunk a csapatnak, mert hát egyébként mindig szurkolunk a csapatnak, mert mást nem tehetünk. Aztán ezen az 5000-es nézőszámon felbuzdulva azt mondom, hogy ha egy kicsit jobban kijönnének ezek a meccsek, most az elkövetkezendő kettő, aztán lesz válogatott szünet, össze lehet még egy kicsit rakni, akkor lehetne ezt a nézőszámot is növelni. És a másik dolog meg az, hogy ugye a bemutatkozó sajtótájékoztatón sűrűn emlegette Kuznyecov, hogy akar még igazolni. A Bajusz Endre is azt mondta, hogy fognak még igazolni, hát kíváncsi vagyok, hogy kiket fogunk tudni idehozni, mert azért ez erre a csapatra ráférne egy kis erősítés mindenképpen. Hogyha sikerülne erősíteni jó játékosokat idehozni, akkor bármi is lehet, és még annak az ellentétje is, és látom, hogy megérte az edzőváltás Diósgyőrben, hát itt az 52% azt mondta, hogy itt csak a piócás ember segítene, 41, hogy igen, megtátosodnak és feljutnak, hát ámen, úgy legyen, tátosodjunk fel és jussunk fel, de tátosodjunk meg és jussunk fel, de azért azt nem kell elfelejteni, hogy a feljutunk, az már az NB1 lesz. Tehát, hogy oda egy NB1-es csapatra is szükség lesz majd, aztán majd meglátjuk, hogy arra van-e affinitás. És még egy dolog, egy szolgálati közlemény, hogy nem tudom, kinek kell jelezni, de a stadion mellett van egy parkoló, ahol legalább 50 autó elfér, és kéne egy bejárat is neki, hogy ne a hűvön kelljen átmenni a kocsival, hogy be tudjunk oda parkolni, nem tudom, kinek kell szólni, de most én itt megtettem, hogy bejáratot a parkolóba csináljunk már. Úgyhogy ennyit tudok erről a meccsről a srácot így összeszedni. Szerintem még most nem kell pártát törni az edző felett, nem kell nagyon felemelni se. Várjunk. Most mondhatnám, hogy várjunk 5 meccset, de Bakker ezt mondtam Bukmira is, aztán az 5. után kirúgták. Tehát várjunk pár meccset, nézzük meg, hogy mit tud ez a pali. Hát azért tényleg nem akármilyen csapatoknál pallírozódott. A Bölöni úrnak volt a jobb keze, úgyhogy ez már nálunk egy óriási nagy ajánlólevél itt Magyarországon. Úgyhogy reméljük, hogy... De én nem várom, hogyha nem Bölöni stílusú játékot fog játszani, hanem valami jó kis kemény támadó futballt. Zoltán, kérdés nagyon egyszerű. Nem jössz el jövő héten után meccsre? Hát mert ugye most egyébként most szembesültem, hogy jön a Diósgyőr, és meg Gyirmótra. Gyirmótra. Ja, Gyirmótra biztos nem megyek. Ha megyek Gyirmótra is, biztos akkor inkább Győrbe. De Gyirmótra nem. Nem, én most egyébként, én most láttam, hogy ez hétfőn este lesz, úgyhogy én most egy kicsit elindult bennem a vezérhangja, hogy én viszont lehet, hogy most ezt megnézem. De ugye mi, mondjuk tök mindegy, mert vasárnap lesz a mi meccsünk Ajkán. Ezt lehet, hogy megnézem. Aposomat ki csinálok. Hát azért a Gyirmót hétfőn este munka, ja, nyilván. Azért az nem az a csábító. Meg hamis 9-es adás is van. Hamis 9, ja nem mehetek, látod, Sanyi, most beúszta egyből a féket, tehát hogy nem kaptam szabadságot. De akkor már te sem mehetek. De akkor én sem mehetek. Hát egy embert még helyettesítünk, Domi, de két meghatározó játékos. Nem megbántva engem, de akkor én leszek. Én nem megbántva téged, Domi. Nem megbántva engem, én vagyok a pótolható. De én azt gondolom, hogy nem megbántva a nézőket, a végére értünk ennek a műsornak, hogyha jól tippelek. És hát még olvasd fel azért a többi eredményt az NB2-ből gyorsan. Olvassam fel a többi eredményt, bakker. Na most még meg is jelent. Magyaróvár, MTK 06. Most mi van itt? Mindenki vállaljon egy eredményt. Olvassam felén. Légy szíves, mert akkor valószínűleg nálam megvan nyitva. Megvan nyitva, így van. Volt egy Haladás Soroksár 1-1, egy jó kis Nyíregyháza Ajka 1-1, egy Csákvár PMFC, egy Fostos 0-0, Moson-Magyaróvár MTK 0-6, MTK-nak eddig 4-es gól átlaga van, nem rossz. Budafok-Szentlőrinc 1-1, Békéscseba-Dorog még egy Fostos 0-0, volt egy Kozám-Isten-Gyirmót 0-1, és a mai esti záró mérkőzés Siófok-Szeged 1-1. Az MTK és a Gyirmótá feljutó helyen, ahogy azt egyébként a szezon elején a többség várta.
Kieső helyen pedig Dorog, Moson, Magyaróvár és Budafok. A gólövő listán pedig Németh Krisztián 8 góllal az élen, Futács Márkó pedig 6-tal a második. A 18. hely az nem kieső, az osztályzós, tudod, most kettő esik. Igen, megzavart. Az adatbank megzavart, mert itt az utolsó hármat jelöli kiesőnek. Nagy gyerekek, még ugyanott fejlesztik, mint a jegy. Ne felejtsen már, hát a Epperről, hogy emlékeznek már meg, hogy csak sikerült megint beállítani, írják is a kommentben a srácok, kapott is egy üzenetet a lelátón, amit én nem láttam, mert előttem volt az üzenet, úgyhogy írjátok már meg, hogyha valaki el tudta olvasni, mi volt kiírva, de megint sikerült elbaltázni egy helyzetet, és még egy dolog történt, lefújás után berohant egy ember a pályára, és futott a játékosok felé, és el nem tudom képzelni, mit akarhatott, de hát nyilván elkapták a biztonságiak, és átadták a rendőrségnek, és ma volt a cikk, hogy a lefújás után pályára szaladó szurkót gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség. Tehát, hogy még csak gyanúsított, nem biztos, hogy befutott, bár 5000 ember látta, és a streamben így benne volt, de hát bízzunk az ártatlanság vélelmébe, lehet, hogy nem futott be, és nem fog semmilyen... Jó szándékkal futott be. Ja, igen, mégis az is lehet. Kezet akart fogni a játékosokkal. De ja, közületek futott be valaki a táborból? A Diósgyőr szurkoló, nem a táborból, nem a táborból, hanem oldalról, az oldalátúról valakinél most már tényleg elszakadt a cérna, vagy nem tudom mit akart, vagy kezet akart rázni valakivel, vagy nem tudom. De nagyon érdekes volt egyébként állítólag, mások is be, tehát hogy valami három ember beugrott a pályára, őket elkapták, egy meg be is szaladt, úgyhogy most nálunk volt egy ilyen Jimmy Jumping kihívás, vagy nem tudom, valami hasonló. De hát sajnos elkapták, és hát gondolom ez azért nem rövid kitiltással jár majd ezek után, úgyhogy... Nem értem. Azt hitte tévés meccs. Hát de lehet, hogy úgy volt vele egyébként, azt is meg tudom érteni, hogy tudod, jár a meccsre, állandóan csak szív, de belülről jön ez az érzés, hogy menni kell, és most így akarja, hogy így művi úton eltávolítsák. Tehát, hogy legyen egy ilyen papírja, hogy ő nem mehet, kész, és akkor így megvan oldva neki. Lehet, hogy a felesége nem akarja kiengedni. És akkor így most elérte, hogy végülis ő menne, de bazdmeg nem mehet. Ja, hogy így az asszonynak is igaza lett, de nem is lett igaza, de mégiscsak az van, amit ő akar, mint ahogy mindenhol az van, amit ő akar. Na most mindegy. Ha most gyorsan elköszönünk, akkor 3 óra alatt fejezünk a műsort. Igen, úgyhogy gyorsan el is köszönünk, úgyhogy mindenkinek köszönjük a figyelmet, és mindenkinek mondjátok meg, hogy Hamis 9-es, ezt a csatornát kell keresni, és iratkozzatok fel. És még 44 ember iratkozzon fel. 44 ember, gyerekek, hát itt szeptember kommenteltek egyik. Ahelyett, hogy nem feliratkoznátok, tényleg, tehát hogy tényleg most nagymami, nagypapinek mindenféle YouTube akkontját vegyétek elő, és csináltak azt meg nekünk, mert ez fontos. Köszönjük a figyelmet, jövő héten biztos újra találkozunk, velem nem biztos, de majd meglátjuk. Hajrá, magyar foci! És bocsánat, még mondjuk el, hogy hétközi forduló jön az NB1-ben, és még nem tudjuk, hogy lesz esetleg csütörtökön valamiféle adás, vagy csak ilyen múltkori NB2-eshez hasonló összevágott anyag, vagy majd csak hétfőn beszélünk róla, de valami biztosan lesz valamikor. Valami mindig van. Igen, valakivel. Valami lesz, vagy annak igen, az ellenkezője, vagy bármi. Tehát, hogy és még akármi is. És akármi is lehet. És ma nagyon sokan voltatok itt az élőben, voltunk 250 felett is, úgyhogy nagyon köszi, meg 190-en vagyunk majdnem most is, úgyhogy kitartottatok a végéig. Nagyon jók vagytok, srácok, úgyhogy jó hét mindenkinek, várunk titeket. Legközelebb is hétvégén, meg hétközben, meg húzzatok ki meccsre. Hajrá, magyar foci, hajrá, Lilák! Csöztök! Igen, és nézzétek a TikTok csatornánkat is, mert jó sok tartalom van, és ott is azt mindenkinek mondjátok el, hogy van TikTok csatornánk. Most, hogy kezdődik a suli a gyerekeknek, az iskolásoknak. Szünetbe tiktokozzanak. Szünetbe tiktokozzanak velünk. Na, meg szevasztok! Is felszünetbe. Sziasztok! Szevasztok, jó ét! Jó éjszakát! Szurkolók vagyunk, akik egy életre választanak csapatot. Szurkolók, akiknek a címer az első, és nem a szem fölé írt név. Szurkolók, akik mindig kitartanak, ha győzünk, ha veszítünk. A dobogó tetején állunk, vagy épp a tabella alján. Szurkolók vagyunk esőben, szélben, forróságban, vagy az orrtélben is. Ott vagyunk, hogy buzdítsunk, segítsünk, győzelemre vezessünk. Akkor is, amikor veszítünk. Mert szurkolók vagyunk, és van hangunk. Hamis 9-es, a lelátó hangja, ahol nem csak egy vagy.